Figyelmeztetés. Ne olvassák el ezt a könyvet. Elmondom, mert nincs itt más, hanem még van itt. Kívántam, hogy más legyen itt, aki nálam jobb ember, és szebben jobban mondhatja, de nem jött. És csak én vagyok. Kívánom, hogy jöjjön ilyen ember, de amíg nem jön, én vállalom, hogy elmondom. Kérdező, akkor hallgass tovább, amit mondok, ha elfogadod, hogy amit meg tudsz kötelezni fog. És ennek ellenére is hallani akarod. Aki tudja a tudhatót, az önmegváltás, én megváltás műveletébe fog, majd az önmegváltást követően megeső szíve a bölcsességben, éteri szeretetben más lények ön és én megváltásához segítségül adja magát nem vallás, vállalás. Figyelmez szavamra. Aki megtudja a tudhatót, az visszaeszmél égi feladatára. Aki visszaeszmél égi feladatára, és nem vállalja azt, nem teljesíti azt, mélyebbre süllyed, Szilárdabra köt a feledésben, a sűrűségben, a durvaságban, mint amennyire eddig süllyed, kötött. Aki viszont vállalja a tudva a tudást, az bölcsét eljesedik, majd látásba emelkedve, Megkezdi a bele nem szóló, be nem avatkozó gondoskodást, felmutatást, örökítést, hagyományozást, gyógyítást. Felemelkedik, majd visszaereszkedik, hogy a világot magában magával emelje. Visszaereszkedik, hogy mások is felemelkedhessenek, visszaereszkedhessenek, és a világot magukban, magukkal emelhessék. Ha készen álltok az egy dolgaiban járásra, most engedjétek, hogy segítsek átgondolni, amit át lehet csak hősök maradjanak, a többieknek most érkezett el a távozás idején. Nem az érzelmek mondatják velem ezt, hanem esélyt szeretnék adni a választásra. Azért tömény, mert egyenes. Egy mondat, egy könyv. Most nincs rejtve. Most csak annyit kell tenned érte, hogy veszed a fáradtságot, és mondatonként megérted. Egyszerre egy mondatot. Természetesen nem tartom méltónak magam ezek leírására de te viszont méltó vagy az elolvasására. Nem vagyok méltó ezek közlésére, de ha egész életemben azon feszülnék, hogy méltó legyek, sosem gondoskodhatnék rólad, szerelmetes barátom. Tel el Muteszellim kertjében. Mégdi Leveleket küldött szét a világ vallási vezetőinek. Nem tudta pontosan, hogyan éri utol őket. Így a népeiknek írta a leveleket, hogy keressék meg a vallásaik valódi vezetőit. Nem azokat, akik a kirakatban vannak, hanem a valódiakat. Nem pápákért küldött, küldetett, hanem olyan vén legfelsőbbekért, akik sosem jönnek ki az emberek közé nem szerepelnek, nem tetszelegnek, mégis tőlük függ, hogy az adott közösségben hogyan alakuljon a vallási élet. Kijelölt egy helyet és egy dátumot is. 2019. 9. 9. 9 óra 9 perc 9 másodpercet és tel el muteszelném romjait. Oda kérte a nagy találkozót, hogy a világbaját orvosolni, a legbölcsebbek végre összegyűljenek. Így hangzott a levél. Tisztelt szerelmetes feleim! Ezt a levelet a szkíták unokája, a század egyetlenje, a magyar vén, a tigris évének szülötte a mérleg jegyében működő küldi a népeitek legbölcsebbjeinek. A nevem Méhdi Tisztellek és szeretlek benneteket, és arra kérlek, ahogyan én ezt az üzenetet a legmegbízhatóbb, legigazabbaknak adtam, ti is a sajátjaitok közül a legigazabbakra bízzátok. Keressék fel a valódi vezetőiteket, és kérjék meg őket a nevemben, hogy fogadják el a meghívásomat. Nem a politikus-vallási kirakat vezetőiteket hívom találkozóra, hanem azokat a lényeket, akik az éghez a legközelebb élnek közületek. Akik kezében semmi sincs, de szívükben mindenség honul. Akik sosem nyilvánulnak meg, de a legvilágosabbak. Akik alig léteznek, de az élve élők életét élik. Akik sosem nyilvánulnak meg, de akik ha Megnyilvánulnának az ő akaratukat, mindenki tiszteletben tartaná és igyekezne végrehajtani. Amennyiben nem tudnátok, kihívja őket találkozóra, kérdezzétek a jósokat, tátosokat vagy a meghívottakat magukat. Magamról semmit sem illendő mondanom, azt csak is mások mondhatják, csak az utánunk jövők hivatottak elmondani. A tudósok Garobonciások, tártosok, megváltók tudni fogják, hogy elfogadják-e a meghívást. Hogy megjelenjenek-e. Csak tegye mindenki a maga rábízott dolgát, és ha megteszi, akkor mindenki ott lesz, és azok lesznek ott, akiknek ott kell lenniük. Hála nektek a jóságotokért. Kéréseim is vannak, de nem magam miatt. Egy titkos találkozón a biztonságot. Nem fogjuk katonákkal vigyázni, de mégis vigyáznunk illik egymásra és magunkra. Emiatt ne egymaguk jöjjenek, hanem kettesével. Minden bölcs hozzon magával egy segédet, aki eteti, itatja, kíséri és megvédi. Lőfegyvert tilos hozni. Más fegyvereket egy rajzolt körön kívül le kell tenni majd. A segédek a körön kibe járhatnak, a bölcs meghívottak a körön, belül fognak tárgyalni. Étek víz lesz, gyümölcs hozható. Szintén a biztonság jegyében mindenki segédje, maga hozza oda mindezeket. Az egymást kínálás ősi gesztusától eltekintünk, árnyékot biztosítunk, bízzunk egymásban, nem egymástól védjük magunkat és a tanácskozást, hanem külső ármánykodástól. Továbbiakban a megjelentek a körbe lépve megfogadják, hogy amíg a körben vannak, bárki bármit szabadon elbeszélhet, és kimondhat, és annak sem a körben, akkor sem a körön kívül azután nem lehetnek következményei, csakis a jóság és a szeretet jegyében álló következményei lehetnek. Ha a tárgyalás során turisták jönnek közel, a hivatalos nyilatkozatunk az lesz, hogy filmforgatást megelőző próbát tartunk. A segédek tolmácsok is legyenek, de megnyitjuk a Szentlélek állapotot, és tudni fogjuk, amit kell, sikerülni fog. Maga a találkozó azért szükséges, mert a bolygó pusztul, az emberiség tompa kegyetlen, és hagyja kipusztulni. A tudomány nem ment meg semmit, csak a gazdagokat csak túlélni, meg nem valódi élet, a vallás válságban van, a hívek hite válságban van, a jók általában nem nyilvánulnak meg, csak a tompák és rossz akaratúak buzgolkodnak. Az égi hatalmasok lélekben nagyok befelé élnek, csak az érdeklény hatalmaskodók léteznek kifelé, hogy mindent átalakítsanak és elrontsanak. Amíg a jók nem mozdulnak, a rossz pedig működnek, addig a pusztulásba lépdelünk, most már rohanunk és zuhanunk. Ideje lett a jók mozdulásának. Ideje lett a megnyilvánulatlanok megnyilvánulásának, a csendesek felszólalásának, a valódi hatalmasok hatalmaskodókat felül írásának. Ideje van annak, hogy a szeretet tevékeny legyen, és erőteljesebb legyen a tevékenységében, mint a lustaság, a közöny, az érdektelenség, az érdek, a félelem, a vágy, a hitetlenkedés, a hiszékenység, a reménytelenség és a remény. Akik gyámoltalanságukban kegyesek, azok gyengék. Csak is, akik erejükben gyengédek és hatalmuk teljében kegyesek, azok erősek. Akik pedig erősek, egyszerre szentek és hadvezérek is. Akik erősek és nem mentik meg önmagától az embert, és ezzel a világot, a mulasztás bűnébe esnek. Az angyal felemeli egyik kezét, és akkor a jelenlévők meglátják valóságuk valóságát. Mindenek okát és célját, és szembesülvén bűneikkel és távolságaikkal, a közelségért áhítozva könnyekben törnek ki. Lássátok az angyal felemelt kezét, tudjátok ki, kit hív, miért, mikor és hová. Ne a megfelelő jöjjön, és kihalunk. Ne jöjjön a megfelelő, és kihalunk. 2019. -99. 9. hó 9-9 óra 9 perc. Tel el Muteszelném kertjében. Egy bölcs, egy segéd. Szeretet, gondoskodás. Az idő eljött. Nem vezetőként kérem, hogy jöjjetek, hanem egyként. Nem magamért, hanem a világért megesett szívvel, gondoskodón. Mindenki készüljön a saját megoldásával. Mindenki több napra készüljön fel. Tudni fogjátok, mit kell tenni. Egy év múlva találkozunk. Áldás békesség, szeretet, tisztelettel, még di. 2018, 8. 8, 8 óra 8 perc. Így szólt a levél. Az írást jószívű barátaira bízta, azok tolmácsokat, fordítókat kerestek, lefordították azt, és olyanoknak adták tovább, akik ismertek valakit, aki ismert valakit, aki ismert valakit. Míg nem a megfelelő országokba és a megfelelő személyekhez el nem jutott a levél. Mindenütt nagy volt a csodálkozás, hitetlenség, kétség, gyanakvás. De a kupak tanácsok kivétel nélkül arra jutottak, hogy utána járnak az ügynek. Jósokat, csillagjárás ismerőket, profétákat, véneket, tudósokat kérdezgettek. Elmenjenek-e a találkozóra, adjanak-e a megkeresésre, kockáztassák-e a megjelenést. Egy egész évük volt arra, hogy megszelédüljenek. A jósok... Szorgalmazták a dolgot, mondván a csillagokban 2019. áprilisától 2020. januárjáig dől majd el az emberek sorsa, és addig történnie kell valaminek. A legbölcsebbek berkeiben is. Amennyiben a legbölcsebbek nem látnak más jelet, amely ilyesmire utalnak, kénytelenek ezt jelnek venni, és a találkozón együtt kideríteni, amit lehet, és időszerű, a Szaturnusz és a Plutó tánca legutóbb világháborút hozott, mondták. De akkor délről jött a Plutó, most északról közelít. Akkor a felszín győzte le a bensőt, most a benső győzheti le a felszínt. Egyszerre lehetőség és szükség, határidő és reményre is ok. Lehetőség az ébredésre, felelősségvállalásra, tevékeny szeretetre. A megnyilvánulatlan szemek elé kerülésére. Most nyílik az ablak, de most csukódik az ajtó. A jósok, csillag tudók, tátos révülők, az írások, a jelek mind megegyeztek, és a meghívottak végül elmentek a szóban forgó találkozóra. Voltak kisebb fennakadások, megoldani valók, de a segédek mindent helyrehoztak, és a tanács egy előre megrajzolt, körbe elhelyezett, árnyadó alkalmatosság alatt a kiosztott nagy párnákon elfoglalta a helyét. A késeiket, kardjaikat a körön kívül egy kőre helyezve hagyták, a segédeik tolmácsokként és testőrszolgáikként minnyájuk mellett felsorakoztak. Indián főnök és társa, Isten tudja milyen országokból, ahová csak el akart jutni magától az üzenet, sámánok, táltosok, muszlim, zsidó, keresztény, buddhista, mindenféle ista, vallási vezetők ültek a középen szeliden ropogó tűz köré a tűzhely nem a melege miatt égett. Azt majd, ha ében nyúlik a zsinat, akkor hasznos, ha áraszt, hanem a világosságot, mint közös égiszt képviselvén állt közöttük őrt. Látom a levélíró ifjút, teljes testet fedő Csúkjás ruhában van. Nem látszik az arca. A ruha téglavörös és napsárgás vegyesen derek a körül. Kötél. Kötél. Tudom, milyen ő, de most nem látszik az arca. Ő teljesen eltakarja a fejét, az arcát, a csúkja. Ahogy amúgy ismerem, egy 44 évesé érett ifjú, néhány ránc gazdagítja arcát. Öreg egy fiatal testben, fiatal egy idősödő testben. Mester és szolga, szolga és mester, nagy betűvel ember, és ez alkalommal a gyűlést összehívó, kinek meg kell nyitnia a gyűlést. Segédje, egyik megjelentnek sem akárki. Mindannyiuknak a legkedvesebbje, első tanítványaik, akik tanuljukul állnak, a jelenben vagyunk, a mostba érkeztünk meg, ki a mester, ki a segéd, révülök, beemelkedem, látom, amit látok. Ők nem mesélik el, nekem kell elmesélnem. Látva látom, ahogyan ez az alak, belép a körben mögötte egy másik párnájukig lépdelnek, nem ülnek le rájuk. Mások ülnek, az alak meghajol és beszélni kezd. Megköszönni, hogy a meghívást elfogadták. Elővezeti az okot, a zsinat napirendjét, a terveket, bajokat és papírt tollat oszt ki, ha akarnak, jegyzetelhetnek. Mindenki szót kap, témakörönként. A meghívó vet fel témát, és a meghívó ez az összes válasz alapján. Mindjájunk méltó és méltatlan, magam is. Önmagamnak nem kívánok, nem kérek és nem tartok meg semmit. Az életem árán is elmondom az igazságot, fesztelenül, mert itt az idő. És a célunk fontosabb nálunk, mindenkinél, aki ebben a körben tartózkodik. Bármi kemény vagy sértő is lehet, amit elmondok, kérdezek vagy kérek, Semmiképp sem kívánok direkt megcsérteni senkit. A meghívóban ott állt, hogy a körönbelül mindenki következmények nélkül őszintén beszélhet. Tisztelem önöket, tisztelem a hitüket, az isteneiket. Nem akarom legyőzni, sem átalakítani, sem károsítani a vallásaikat, semmi sem szűnhet meg, csak is ha többre adatik. Úgy alakulhat át többé. Önmagánál, magától. Az én vallás felettimet viszont ajándékba adom. És nem kérek érte magamnak semmit. Csupán az emberiségnek, a bolygó lényeinek kérek igazságot és szabadságot, szeretetet és jót. Csak egy nevet mondtam. Nem bizonyítok semmit magammal kapcsolatban. A hitük nélkül úgysem lennének itt, és úgysem érne semmit az egész. Megismernek mi alatt a témakörökről. Elbeszélgetünk. Tudják, miért Charles Darwin a fajok eredete című könyve a második legolvasottabb könyve a világon? Mert a keresztény Biblia az első legolvasottabb. Tudják, milyen világot jöttünk ide meggyógyítani? amiben ha a Biblia a legolvasottabb, abból az következik, hogy a Darwin könyve a második legolvasottabb. De abból, ha a Darwin könyv lenne a legolvasottabb, nem következne az, hogy a Biblia lenne a második. Így szólt, és a bölcsek egyszerre mosolyodtak el. Segítőik példát vettek a házigazdákról, és ők is tehát töltöttek tanítóiknak. Én elhiszem, hogy maguk azok. Önök elhiszik, hogy én vagyok az. Szólt. Én elhiszem, hogy én vagyok az, önök elhiszik, hogy önök azok. Időtlenséget hozni az időbe. Örököt a múlandóba, végtelent a viszonyok közé. Teljeset az iszonyok közé. Időutazás. Dolgok variálása a múltban, hogy a jelen megváltozzék téveszmék. Csak is a minőség számít, az, hogy kik vagyunk valójában. Az anyag menthetetlen, a lélek örök. Mi hát mindaz, ami megmentésért kiállt? Időutazás? Visszajönni a jövőből, hogy beavatkozzam múltban, és meggyógyítsd azt. Miért nem gyógyítjuk meg mi, a most emberei? A jövőben megöltök ezret, azután visszamentek a múltba, és hát megmentitek a jövőt mégis. És ugye a múltban nem történik meg az ezer megölése. Azt hiszitek, rendben lesztek de a múltban lévő önmagatokban ott marad, ott lesz. A dolgokat nem lehet semmi sétenni, csak is magunkat lehet helyén tartani. Csak az van, akik vagyunk, akik belül valójában vagyunk. Azon is túl csak az abszolútum valóság. Az anyag menthetetlen, a lélek örök, mi hát, ami megmentésért kiállt. A mindenben élő és szenvedő egy. Amikor innen hazamegyünk, az egyet mentjük meg a szenvedéstől mindenkiben. Az Isten létét tesszük szenvedésmentessé, amikor egy másik lény létét tesszük szenvedésmentessé. Az Isten terve megvalósulásának akadályait gördítjük el az útból, amikor meggyógyítjuk a világot. Isten tervének beteljesülését segítjük, amikor többre adjuk a vallást a vallásnál. A tudományt a tudománynál, a politikát a politikánál, az embert az embernél. Akik pusztítják a bolygót, Isten tervét és művét hiúsítják meg és teszik tönkre. Akik ma itt összejöttünk, Isten művét menthetjük meg magunktól. Az anyag menthetetlen, a lélek örök. Miért szükséges mégis megmenteni az iskolát? Az örök létben így is úgy is teljes a mérték, miért számít a hiány és a többlet az időben. Ha a szívben van a valódi égbolt, miért óvjuk a füsttől a kinti ismerőst? Ha idekint úgyis mindennek eldöntetett a sorsa, mi végre küzdünk, hogy összetartjuk, ami szétesik, hogy kiálljuk a hetet hét próbát. Isten nem ráz le magáról, nem űsz ki magából, nem hagyja, szenved értünk. Hogy kinevelődhessünk a teljességünké. Jól tudjuk, a törvényeket és azok betartatását nem a múlandóért, hanem a múlandóban szenvedő örök kínai enyhítéséért hoztuk és szorgalmazzuk. Az Isten áldozatot hoz a kinevelésünkért, mi pedig el kell kövessünk mindent a szenvedése enyhítéséért. Mert az Isten nem hagy fel a világgal. Így szeretetét csak megvilágosodásunkkal és az abból eredő szeretet létezéssel, gondoskodással hálálhatjuk meg. Meg vagyok győződve arról, hogy önök mind jó szándékból akarják a saját vallásukat győzelemre vinni. Azt hiszik, csak akkor lehet béke, ha egy vallás marad. És az azok közül lesz, amelyek az önökei. Tegyük fel együtt a kérdést, van-e az Istennek kevesebb szenvedést okozó mód, mint ez az önök terve? Van. Mégpedig, ha megtartják mindenüket, de még annál is többre adják. Ha a tudományt, a vallást, a politikát ezek abszolútumává teljesítik, szabadítják. Ha magukat vallás felettibe szabadítják. Ha a tudatokat az elmetéből a lélek valóságára szabadítják fel, és megeső szívvel a világról gyógyítva gondoskodnak. Ha a példájuk által a világ maga akar egyévelni, és a vallások maguk akarnak vallás felettivé teljesülni, és a népek nem parancsra, nem félelemből, és nem a gerincükkel hajolnak meg gyűlöletben, hanem szívükkel szeretetben, bölcsességben örömmel. Nagy tisztelettel felkérek mindenkit, hogy tartsák meg beszédeiket. Jó magam jegyzetelni fogok, és minden témakör végén reflektálok. Majd záró beszédem megtartása után szavazni fogunk, elvetik-e az egybegyűltek, hogy kiálljunk, tegyünk, vagy szükségesnek tartják, mint ahogyan én. Témakörönként fogunk haladni. Hála önöknek, hála Istennek, kérem, kezdjék meg felszólalásaikat saját maguk közt eldöntött sorrendben. A meghívó eképpen nyitotta meg a találkozót. Ezeket én most a saját hangomon mondom. A találkozót megnyitó, a meghívó felszólaló hangját azonban suttogós, vénes, elfojtott hangúnak tudom jellemezni, kivehetetlen karakterű hangúnak. Foszlányokat beszélek el csupán, mindabból, amiről három nap három éjjel át alvatlan pihenés nélkül szó esik. Révedek, s látom, hallom, hogy küzdenek magukkal, a megjelentek, viszony magukkal küzdenek, hogy ki nem pukkannak, hiszen tudva tudják már az első perc előtt, hogy minek kell majd meglennie. Csak szelídülésükért van egyáltalán az egész virasztószer, már az odaúton tudták, hogy vége egy nagy kornak, és belenyugodni tartott így sokáig abba, hogy változni és nyilvánulni kell. És bizony fel is szólalnak sokan. Ezekről én most itt nem beszélek. Csak képzeljék el, hogy rengeteg felszólaló rengeteget beszél. Én a lényeget fogom csak önöknek elmesélni. Az időknek, szava, csillagoknak törvénye van. Aki nem lovagolja meg, ha a Plutó és a Szaturnusz tánca jön, azt vonszolja és összetöri, ami jön. Ki kinevelődik, megsegíti a földet, ki elbukik, felzabálja azt. Ki kinevelődik, megsegíti Istent, ki elbukik, csak megkínozza őt. Részleteket közvetíthetek csak a három nap három éj nagy csatájának csörtéjéről. Behajolok egybe, beszélnek, kihajolok belőle, újabb bahajolok, belebökök a szövetbe, és a fátyolon átlesek, közvetítek. Van, hogy nincs eleje vagy vége, csak közepe, de jó szívvel teszem. A többit összerakja, akinek kedves. Talán azt sem jelzem, melyik részt kimondja, úgysem ismeri senki azokat, akik beszélnek. Valamint úgy is ki tudja majd mindenki következtetni abból, amiről beszélnek. Így járulok hozzá ahhoz, hogy pártatlanul hallgathassuk, érezhessük, mérlegelhessünk. Tudni lehet, hogy melyik részeket kimondja. Lélektől lehet tudni. Az árnyékok, a pálmák meghajolnak, kiegyenesednek. A történelem kövei megemelkednek, majd visszaülnek, töltekezni, figyelni és súgni. A madarak elhallgatnak, a csillagok a nappali ég mögül igyekeznek nem beleszólni semmibe, bár alig tudják visszafogni magukat. Áldott, áldott, áldott diskurzus kezdődik. Kár, hogy a kipusztulás rém képe hozta csak össze. Révedek s mondom, mi hangzik, innentől nem színezem, nem jellemzem, hanem álljanak itt, csak a fontos szavak. Csak a fontos szavak. A bölcseket meghívó mindenki beszédét végigvárja, kivéve akkor, ha egy-egy kérdést egyenesen neki intéznek. Egy-egy kijelentéssel közvetlenül őt szólítják meg. Megfigyelem, erre leszek figyelmes. Ahányszor behajolok a fájtlom. Íme most ez van, ezt látom. Valóságról megpróbálni szavakkal beszélni, elmondhatatlanról valamit mondani, az gondoskodásból igazság. Ám szavakkal előidézni a valóságot, már hazugság. Arról beszélni, amit látva látunk, költészet, arról beszélni, amit nem látunk, képmutatás. Az első éltet, a második öl és megrekezt. A legkisebbek előtt hajlunk meg. Önök mindent tudnak, amiről szót ejtek. Nem kioktatás ez. Ha önök azok, akiknek el kellett ide jönni, mindent tudnak, mielőtt kimondanánk a legkisebbekért beszélünk, és arról dönteni vagyunk itt, hogy ő nekik hogyan meséljük el az igazi valót. Arról döntünk most, milyen eszközzel is térjen innen majd mindenki a saját egyházához haza, hogy azt többre adhassa, hogy nyilvánuljanak meg a bábvezetés a világ előtt, hogy az erőfeszítést tegyen, úrrel legyen magán, és meggyógyítsa a földet. A módszerről dönteni jöttünk, mert a valót ismerjük mind. A legkisebbek nem ismerik, arról határozunk, nekik hogyan tudjuk jól megmutatni. Soravardi azt mondta, szíved elragadtatásával olvasd a könyvet, mintha csak neked íródott volna. Ám van, amit készre építenek, de egyből romokká épül, és van, aminek csak a tégláit adják a kezekbe. De ezek a téglák élő téglák, amelyek valósággal világolnak. Nem az segít különbséget tenni, hogy évezrednyi romokat sepergetünk, míg kihalunk. Nem az. Ez hangzik el és a bölcsek hunyorogva, hümmögve helyezkednek párnáikon. Csak a hasonló ismeri meg a hasonlót. Ha önök azonosak azzal, amivel én, ismernek engem is magukat is, és mindazt, amit mondok. Csak aki nem azonos azzal, amivel én, az nem ismer, és az nem szíveli, amit mondok. Én máskor Tekintettel szoktam lenni, ám ez az alkalom az utolsó. Ha innen kegyes, mosolygós, hazugon állunk fel a végén, akkor rajtunk veszik el a világ. A próféták leírnak, Isten barátai felfednek, mondja Szafi. Legyenek hát önök is Isten barátai. Ha önök nem vívják meg az Armageddoni csatát magukban, és nem győzedelmeskednek a valóságban, világosságban, szeretetben, bölcsességben, lélekben, gondoskodásban, akkor a legkisebbek hogyan fognak? Ha önök nem mutatnak példát, akik a legkiválóbbak, akkor mindenki elbukott. Ha nem önök a legkisebbeknél is kisebbek, és a legszegényebbek, legszerényebbek, legegyszerűbbek, legutolsók bizony nem állja ki a próbát az emberiség. Ha azonban önök azok, akkor gyógyítani fogják velem a világot. J. Campbell szerint, az a társadalom, amelynek nincsenek megtartó és összetartozást biztosító mítoszai pusztulásra van ítélve. Amit már én teszek hozzá, hogy ezért tartunk itt, mert a mi mítoszaink korrumpálódtak, akik a tudomány a lélektan oldaláról képviseltetik magukat itt, láthatják, hogy a tudomány, a vallás, a politika válságban van. Mindannyiunk érdeke, hogy a korrumpálódott mítoszainkból átmentsük a jót, szentet, megtartót és összehozót. Valamint új mítoszt teremtsünk, amely éltetés emel. Amikor a török sereg elérte a Buda alatti területeket, a magyar vezetés meghökkenve konstatálta, hogy az kikerülve Budát egyenesen Buda-Szentlőrincre vonult, és a pálosok központját ostromolta meg, majd később gyalulta le a föld színéről, és nem a fővárost. Nem a főváros volt a legfontosabb célpontjuk, hanem a szakrális központ. Testvérek voltunk, vagyunk, leszünk, csak is vallásaink különböznek, és lesz majd idő, amikor azok sem fognak különbözni. Ismertek minket mindig is, tudták, hogy sosem győzhetnek le igazán erővel, amíg a mítoszt, amiben a lelki erőnk gyökerezik, el nem pusztítják. A mítosz ellen viseltek hadat legelőször is, és csak azután minden más ellen. A templom égett, a tornyai kémények kélettek, a hajója kemencévé. Az arany csak úgy folyt kifelé a kapuján. Azután minden kövét széthorták, és a földjét felsózták. A mítosz megsemmisítésének egyik nagy, sok lépése volt ez. Vajon e pár száz év alatt sikerült -e teljesen kiirtaniuk? A nyugati oldal ugyanezt tette később, elvették a népem dicső múltját és hamis tananyaggal helyettesítve. Belevertek valami dicstelent. Vedd el a mítoszt, és az ellenállás megtörik. Vajon sikerrel jártak-e a néhány száz év során? Íme itt vagyok, az arcom a népem arca, és létezem, kiállok, élve élő mítosz vagyok, és minden nap újabbak teremnek, élednek, állnak fel. Letagadható, kinevethető, eltussolható, le legyinthető, ignorálható, de létező megtestesülései a rejtezőnek. Vajon miből lettünk, ha sikerrel jártak, akik a mítoszt évszázadokig írtották? Ha a mitosz Hazugságból lett volna, magától is kiveszik. Ám mivel a mítosz élve élő életből, világosságból, lélekből, igazságból, bölcsességből, szeretetből és valóból ered, és éled, és létezik, a teljes tarolások múltán is kiírhatatlan, és mindig feltámadó. Tudom, egyetértenek, ha azt mondom, mi lehetne erősebb a valódinál. Nem írni kell mítoszt, hanem megélni és megteremteni. Ha nem tudják végrehajtani az átmentést és az új élő mítosz megteremtését, nem önöknek kell itt lenniük velem. Ha önöknek kell, képesek rá, és meg is kell tenniük, hogy senki és semmi Isten se szenvedjen miattunk. Csak egy vallás létezik, egy módja van annak, hogy Istent ténylegesen dicsőítsd, ha nem vagy gonosz. Ezt üzeni Hermész Trismegistus. Nem ulasszanak és teljesítik ezt. Amikor eljön a nagy megrázkódtatás, minden megváltozik majd, írja a Szent Korán. 79.34. Ezt vallják páran itt, urak. Csak az élet ismeri fel az életet, a halál nem látja meg az életet. Ami önökben élő, felismeri azt, ami bennem élő, ami önökben halál, csak a holtat látja. Aki látja bennem a teljes életet, maga is élő, aki csak a holtat látja bennem, maga is holt. Azt hiszik, a nagy megrázkódtatás halált hoz az élők közé, pedig a holtak közé hoz életet. Azt hiszik, csak nép, ország, földrész nagyságrendben mehet végbe a nagy megrázkódtatás, pedig személyenként ugyanúgy végbe mehet. Az összeomlás felismerést hoz, és nem csak kinti, de belső világok is megrázkódhatnak. Testben csak halálok után támadhat fel a személy is, a világ is, de a lélekre, lélekben feltámadáshoz meg sem kell egyiknek sem halnia. Akik szellemet anyagba, a lelket tébolyba sülyesszenek, kötnek, rossz utat járnak, járatnak, és kínozzák a jótevő Istent. Akik az anyagból, a szellemet, tébolyból a lelket megszabadítják, azok jó utat járnak és segítik az Istent akik az anyagot átszellemítik, gondoskodva, szeretette, bölcsességgel, azok Istennel harmóniában cselekednek. Amikor önökben eljön a nagy megrázkódtatás, által a felismerésben részesülnek. Boldogok, akik nélkül is képesek a tudatukat az elmetébolyából a lélek valóságára felszabadítani, mert ők csak szemlélői lesznek a megrázkódtatásnak, és megélői a világosságnak a többiek csak szemlélői lesznek a világosságnak, és megélői a megrázkódtatásnak. Krisztus szavait idézem. Elmegyek az atyámhoz, és a ti atyátokhoz, hogy elküldje nektek a végasztalót, aki felfedi előttetek a szellem üzenetét. És mit mondott Abdullah ibn Abbas? Ó, emberek, ha elmondanám azt a sort nektek úgy, ahogy a profétától hallottam, megköveznétek. Isten kegyelméből, akik nem hajlandók megismerni a világosságot, megismerik, mi nem az, hogy kinevelhessék magukat valódiakkel. Az önök vallásai csak a törvény ruhái. Jaj, azoknak, akik a törvény ruháit a törvénynek mondják, Jaj azoknak, akik maguk nem teljesednek vallásból, hídbe, hídből, tudásba, tudásból, bölcsességbe, abból szeretetbe, gondoskodásba, abban látva, látásba, abban azonosságba, élve élt életbe, és ha maguk nem teljesednek, másokat sem engednek teljesedni. Ha elmondanék egyet is a Krisztus szavaiból, köveket fognátok és megdobálnátok engem, de tűz a kövekből, hogy megégessen ezért benneteket. Így szólt a postol Tamás. Ennyire messze vannak a vallásaink a valóságtól, és a ruha a törvénytől. A törvény vallások feletti. A valódi könyvek a kétszeres mélységkönyvei, melyek magasság feletti mélységben a napra íródtak szivárványbetűkkel akik szemmel néznék, kiégne a szemük, és egy szavát sem látnák. Mégis azok sanyargatják vezetőkként a népet, akik csak szemmel és nem szívvel, lélekkel fordulnak feléjük. Ezek írással teszik az embert, és nem élő emberré teszik az írásokat. Halott szabályokba folytják a népet, és nem szabadítják fel élője a halott szabályokat. Magamnak semmit se kérek. Ezt a testet nevet elfelejthetik, miután eltávoztunk innen. Ám kik könnyítsék meg Isten dolgát, hanem önök, akik a legközelebbi hozzátartozóinak tartják magukat. Kik önök, ha nem könnyítik meg? Az idők szava újra beszél hozzánk te teokratikus fasizmus kihalással, vagy teljes kifejlés és felszabadulás az egyik a szabadossággal bünteti a szabadságot, a másik az út a szabadságba. Szűk köröknek tartják fönn az igazságot. A tömegek misztikumot kapnak és akarnak valóság helyett. Vallást kapnak bölcsesség helyett, politikát kapnak szeretet és gondoskodás helyett, oktatást kapnak igazság helyett, jogot meg egyenlőséget kapnak igazságosság helyett embertelenséget kapnak emberség helyett, darabok, férőhelyek, kartoték adatok lesznek emberek helyett. Önöknek el kell engedniük a hatalmat, teljesen, és el kell engedtetniük mindenki mással is. Erre csakis a szeretet képes, és a teljes őszinteség. Csak is az egész emberiség bölcsé szabadítása mentheti meg a bolygót. áthajolok, látva látom, sokak, 35-en, akiket a levelek és a népeik választottak. Egymás után ezeket mondják. Egyik ezt, másik azt, de összesítve ugyanarra utalva fejtik ki. Hogy láttak elnököket, azt ígérni, megválasztásukért cselébe felfedik a földön kívüliek titkait. Nyilvánosságra hozzák az aktákat, és elmondják a népeknek a tudható igazságot. Aztán, amikor be akarták tartani a szavaikat, megválasztásuk után náluk is hatalmasabb körök megtiltották nekik. Akik mégis erősködtek, azoknak megmutatták a negyedét annak, amit tudni lehet, és az elnökök, sírtak. Majd úgy határoztak, hogy elállnak a szándékuktól, és nem tartják be ezen ígéretüket. Összeomlottak, sírtak, és úgy döntöttek, hogy amit megtudtak, olyan döbbenetes, hogy nem szabad megtudnia az emberiségnek. Mi, akik itt vagyunk, ha meg sem szólalunk, akkor is tudjuk, hogy tudjuk, hogy tudjuk, és tudjuk, el tudjuk viselni, amit az elnökök sem viseltek, mert sok éven át növeltük az ellenállást a testben. Tudjuk és elviseljük, amit tudunk. Ám ha az elnökök összeomlottak, mennyivel inkább tönkre menne az egyszerű nép? Felkérünk, különböztesd meg magad a mábusztól, a félszeműtől, az antikrisztustól, Lucifertől, a fenevattól is. Beszélj nekünk egy éjjel és egy napon át mindarról, hogyan emeljük az emelhetetlent és az emelhetőt, hogyan gyógyítsuk a gyógyíthatatlant és a gyógyíthatót, hogyan mondjuk el az elmondhatatlant és az elmondhatót úgy, hogy ne tudják meg, amit nem kell, de megtudják, amit meg kell. Tolgozt ki a módszert, hogyan lebenjen fel az újabb fátyol úgy, hogy előbb emelkedjenek, mint összeomlanának, és ne előbb omoljanak a lebben is től össze, mint ahogy emelkednének. Így beszélnek majd a megkérdezett átnyújtsa segítőjének a könyvet, amelyet Smirnához írt, és amelyet ki is adott. Még levelei Smirnához címmel. A segéd órákon át hangosan felolvassa az egész könyvet. Bólogatnak a bölcsek a csillagok alatt. Amikor a tolmácsok is és a segéd is elhallgat, és a hajnal első szellője megérkezik a tűzhöz, lefejtik magukról az állatszörméket, amelyek a hideg éjben jól tartották őket. Te áttöltenek, gyümölcsöt, zöldséget vesznek magukhoz, telik az idő, a hajnali fényjel a megkérdezett is szóra emelkedik. Egy napja és egy éjszakája értekeznek, nem alszanak, és ő látva látom, folytatja a válaszok megadását. A következőket a következő módokon javasolom, hogy a nemzetek számára kinyilatkoztassák így szólítsák, s ekképp emeljék mind a Nemzetek, meg kell kötnötök a saját szövetségeteket. Mi a szövetség? Ehhez szabadnak kell lennetek. Mi a szabadság? Akik tudják, mi micsoda és miért, ki kicsoda és miért, akik tudják a szavak valódi jelentését, akik bölcsek, teljesek, világosság és élet, akik a szeretet és a gondoskodás, azok szabadok. Akik vallás fölöttiek, történelem utániak, vagy az élők történelmét, és nem a holtakét írják, és élik, és művelik. Akik önmagukban is egyesítik az alsót és felsőt, a szuszt és az ízt, és akik menyegzőt ülnek, és élnek egymással is, magukkal is. Az Istennel is, akik élve élnek és működve működnek, akik a vágyakon, erőkön urak, és nem a vágyak és erők szolgái, akik a szellemeken igazságos urak, és nem a szellemek szolgái, akik a vallások fölötti igazsággal azonosak és azt árasztják, akik az elmetébolyából a tudatukat a lélek valóságára teljesítik, szabadítják, és akik a lényeket is közvetetten segítik ugyanebben akik tudósok, majd garabonciások, majd táltosok, majd megváltók, akik egy közösségért működnek, akik önfeláldozóak egy közösségért, akik gyógyítanak és felemelnek, akik vigasztalnak és szabadítanak, akik előbb működnek, és úgy rájuk a korona, és nem előbb van rajtuk korona, aztán nem is működnek akik bölcsességükben eljutnak a legnagyobb tudásig, amely az, hogy az ember saját erejében nem képes az éghez felérni, csak is az ég kegyelmének felismerése és a kegy elfogadása által, kiérdemlése által, akik szerények, de nem hülyék, akik erejükben kegyesek és nem gyengeségükben, akik egyesítik magukban az elemeket, bolygókat, csillagképeket és szeretetben új nappágyulnak, akik a vallások fölötti keresztségben átszellemítik magukat, akik nem a szellemet kötik anyagba, hanem az anyagot szellemítik át, akik közvetlenül az igét terjesítik és szólják, akik a férfi és nő abszolútumát valósítják, és kisbetűvel emberből valós, nagybetűvel emberré minősülnek, akik szavak helyett közvetlenül jelentéssel gondolkodnak, akik sárkányok gyógyszerévé lesznek, akik szövetségesek az abszolútum világossággal, élettel, információval egyel, és éberek, így szövetségre emelik a népeket és vallásokat a népek felettiben, a vallások felettiben, akik a holtak történelmének áldozatait szövetségre segítik az élők történelmének testvérnépeiként, akik a történelem utáni feletti embert megszólítják és megvalósítják, akik teljességgel valósak, élve élnek és világolnak, akik szeretve szeretnek és gondoskodva emelnek, teljesítenek és gyógyítanak, királyok és királynők és nemes teremtést művelők, ők a szabadok. Csak is szabad lények köthetnek szövetségeket, és csak szabadok élhetnek úgy, hogy a világuk nem rothad és nem pusztul. Kössétek meg népek vallások feletti történelem utáni szövetségeteket. Csak az hallja meg a legtöbbet, akiben eleve ott van a legtöbb. Csak az érti meg az ígért, akiben elég szó van, és aki azokat jelentésé váltja. Akiknek elmondjuk a valót, és teljeset, de mégsem értik és hallják meg azt. Azokban nincsen elég szó, és nem is váltották jelentésé azokat. Azokban nincsen elég szó ahhoz, hogy jelentésé válthassák azokat. Csak akiben helye van a válasznak, az tudja feltenni a helyes kérdést. Csak aki a helyes kérdést tudja feltenni, abban van helye a válasznak. Csak akiben helye van a válasznak, az érti és hallja meg azt. A válasz mindenkinek elmondatik, de csak kevesen vannak, akik értik és hallják. Sokan vannak, akik nem értik és nem hallják a választ. Ezek inkább fogják a válaszoló kinyilatkoztatóra, hogy nem jól beszél, mint hogy beismerjék önmaguk, és a válaszoló előtt, hogy kevés bennük a szó, és nincs helye bennük a válasznak, és nem tudják a helyes kérdést. Inkább fogják a választ becsmérelni, mint hogy beismerjék, hogy ők azok, akik nem értik és nem hallják, és nem a válasz miatt nem értik és nem hallják. Azonban nekik is jár a válasz. Gondoskodásként. Mert a gondoskodás részrehajlás nélkül árad. Akkor is, ha akiről gondoskodik, elszalasztja, elfecséri, büszkeségből elmulasztja felfogni, befogadni azt. Sokan vannak meghívva a mennyegzőre. De csak kevesen maradnak ébren. Vagy ébrednek fel akkorra, amikor megérkezik a vőlegény. Hogyan válhattok szabaddá? Győzhet-e egy forradalom? Miben áll a szabadságharc? Miben áll az élők történelme? Miben áll a vallások fölötti? Mit jelent a népek fölötti szövetség? Az elme a valóságba? Mit jelent? Embernek lenni, tanulni jöttünk, szeretni, tanulni jöttünk, gondoskodni jöttünk, hálásnak lenni, tanulni jöttünk. Elfogadni az ég kegyelmét, a lehető legkevesebbet ártani, a legtöbbet használni, és gyógyítani a világot. Az ősök szövetség szellemek segedelmét kérni, az angyalok segedelmét kérni. Nem esedni és nem teremteni, Kialudni bűneinket, engesztelni, megbocsátani, bocsánatot nyerni, hálásnak lenni. Különbséget tenni, tudni, de nem megkülönböztetni. Minden és mindenki mélyén a valót nézni és látni és tisztelni és mindent szeretni és segíteni mindent a legvégső lényegére valójára eszméltetni, segíteni, ébreszteni. Elsődlegesen az embert látni, és csak utána a nemét, identitását, nézeteit, érdeklődését. Megkötni magunkban az elemek, bolygók, minőségek szövetségét. Menyegző a valóval, menyegző egymással, menyegző magunkkal, Különbséget tenni a szövetség istenségek, a gyalpók, a démonok, az angyalok, az idegenek, az arkónok és a valódi egy atya anyja között. Mindnyájukat tisztelni, szeretni, de az egyre ébredni. Az egy felébred bennünk, mi felébredünk az egyben. Tompák a szertartásokban és a kilenc mennyegzőben, teljesek és éberek pedig bárhogyan. Abszolútum egy, miserere mei Deus. Akik tagadják, miért tagadhatják Istent? Mert Isten olyan jóságos, hogy ezt is meghagyta kipróbálásra. Ha nem létel, jobbá tenni a világot, biztosan úgy döntene, mondják azt, hogy nincs is. Olyan jóságos, hogy meg is szűnne, hogyha csak azzal tehetné jóvá a világot, szerencsére nem csak azzal teheti jóvá. A kereszténység egy elfolytott forradalom. A reformációja is az volt. Megint csak Megint csak angyalok kezdték, és az emberek fejezték be, akiket én ismerek. Bakóc Tamást küldték, akiket én ismerek az eredeti Krisztusi tanításhoz akartak visszatérni. Az eredeti ősi népi szeretet hagyományhoz és bölcsességhez, égi bölcsességhez. Szóval a kereszténység egy elfolytott forradalom. A reformáció is az volt. A kereszténységet nem tudták visszaszorítani, megszületett, de vakvágányra vezették. A reformáció eredetileg a közvetlen krisztusi tanításhoz tisztított volna vissza. Ezt sem tudták megakadályozni, de ezt is vakvágányra vitték. Megszülettek, de nem élnek a holtak történelmének lettek az intézményei, és nem az élők történelmének. Hogyan menthető meg a kereszténység és a többi vallás? Hídbéli válság van a bolygón. A vallások összecsapnak, amikor már magukban sem hisznek. Hogyan érhető el, hogy a gyereket ne öntsék ki a fürdővízzel, amikor eljönnek a kereszténységért és leváltják? Ami holt elmúlik, csak ami élve élő, az örök. Csak ami többre adatik és szabadságában változik meg, az menekül meg. Népek feletti szövetség, vallások feletti valóság, szellemi szabadság, tényleges reformáció. Nem még egy vallás, hanem az eredeti Krisztusi igazság. Nem keresztény, hanem az igazi, egyetemes és az eredeti krisztusi igazság sem keresztény, hanem egyetemes. A tompák cselekszenek, a jók passzívak. A tompákat felhasználják, a jók szűkölnek. Amíg ez így marad, a háznak le kell égni ahhoz, hogy emberség is költözhessen az újba. Csak akkor nem kell leégnie a háznak, hogy emberség is költözhessen bele, ha a jók, tevékenyek lesznek, és erőteljesebben tevékenykednek, mint a tompa önzők. Ez vallásra, környezetvédelemre, közéletre, bármire levetítve igaz. Egyszerre hadvezér és szent légy, erődben légy, kegyes és ne gyengeségedben. Magadban tégy rendet. Ne téríts, ne avatkozz be, de közvetetten emelj, hagyományoz, örökíts, mutas fel, Tégy elérhetővé, szeres, gondoskodj, gyógyíts, szellemíts át. Úgy menthetsz meg valamit, ha többre adod, ha önmagát szabadon többre adja. Úgy ébresztesz, ha mindenki magában az élethez tart, és azzal egyesül, a világossághoz tartozik, és azzal egyesül, mert amikor minden holt anyag a halálhoz tér, csak ami az élethez tartozik bennünk, az marad örök. Legyen bennetek hát minden élve élővé, hogy ne veszetek el, amikor a holtanyag a halálhoz tér. Aki az elmetébójából a lélek valójára eszmél, és abból szemlél, szeret. Aki jelentésé eszmél, ige. Aki magában egyén minősíti a minőségeket, élve él. Aki azonosul, újnappá gyúl. Aki gondoskodik, királyi, szabad. Aki szeretvén szeret, maga is világosság és élet. Aki a romlás katonája, maga is elmúlik. Aki az élet életharcosa, gyógyít és gyógyul. Aki az abszolútum, egy szeretetét éli, fogadja és árasztja, az azonosan egyként cselekszik az Istennel. Csak benső jóság jelenhet meg a környezetünkben. Csak benső ország testesülhet odakint is. Bennetek legyen mennyország, és aztán akkor kívül is megjelenhet. Azonban tevékenyen szeressetek, és erőteljesebben, mint a tompák, hogy meg ne jelenhessen a romlás. Mondhatnánk úgy is, az élet győzedelmeskedik, csak szeressünk, és a világi dolgokat hagyjuk azokra, akik nem szeretnek, mert az rájuk tartozik. Azonban, ha rájuk hagyjuk, a világ szenved, az emberiség elveszik, az élő világ kipusztul. Rájuk hagytuk, és meg lehet nézni, mi lett. Legbelül az abszolútum. Semmi sem nemes és élő, ami nem ebből a legbelülből származik. A bölcsességnek, jóságnak, szeretetnek kell uralkodnia. A bölcsességnek, világosságnak, életnek kell uralkodnia és áradnia. Ha nem ezek uralkodnak és áradnak, ha nemtelen és nem nemes, nem legbelülről eredő teremtés történik és folyik, akkor minden és mindenki szenvedés beteg. A bolygó kihal, az emberiség elbukik. Az ember az ég és a föld közti középső. Az Isten váltja meg az embert az ember a teremtőjét. Itt mindenki tudja, hogy ezek nem ugyanazok. Csak odakint az emberek nem tudják. Nem pontosan idézem, csak emlékezetből, Krisztus tanítványai buzgón imádkoztak a teremtőhöz, ekkor a mester felnevetett, mire ők megkérdezték, miért nevetsz rajtunk, épp az atyához imádkozunk. Erre a mester azt felelte, amikor a teremtőhöz imádkoztok, nem az atyához imádkoztok hanem csak ennek a világnak a teremtőjéhez. Az én atyám az egész mindenség Istene. Amikor a teremtőtökhöz imádkoztok, nem hozzá imádkoztok. Ha a mennyben politika, választások és pártok lennének, az már nem menny lenne, de eljátszhatunk a gondolattal. Látom az óriás plakátokat a teremtőre szavaz, ne az atyára, írnák az arkón hívők, az ember hívők. A fiút választ, kérnék a mérlegelést, ítéletet állítók. A nagy boldogasszonyt a trónra írnák a vízöntősök, bújósok, enyhet Ne szavaz senkire, írnák az atya hívei. És a kampány beszédek, Nektek adom, amire vágytok, a lelketekért és a szolgálatomért, engem igazolásért cserébe, mondaná teremtő. Vagy tökéletesség, vagy elbukás. Kivágjuk, kidobjuk, tisztázzuk, igazságot teszünk, ígérni a fiú. Közben járok értetek bűnbocsánatért, édes kis unokáim, nyugtatgatna a nagy boldogasszony. Mindegy, persze, gyertek csak, minden, bármi, akármi. Tárná szét áldón és hívon a karjait az atya, ha bármilyen módon is megszokott volna nyilvánulni. Ha nem csak a hívai plakátolnának és szólnának a nevében. Vajon a népek kire szavaznának végül? A diktátorra, a bíróra, a nagyanyjára, vagy a valódi Istenre, az egyre? aki láthatatlan, nem kampányol, nem szól semmit, nem plakától, nem szól bele, és amit akart, mint a Székely bácsi egyszer megmutatta, aztán majd jelesz, ha bármi változni fog. Az ember azt látja a világból, amit szívében hordoz, írt a gőte. Ez bizony így van, és mivel így van, ha úgy lenne, a szavazás végéig maradna csak mennyország a mennyország. A föld is az első ilyen szavazás végéig maradt föld. A mennyben már nincs demokrácia, a földön még sosem volt. Ebben az egyben hasonlít a kettő. Meg legfeljebb akkor, amikor a menny a szívekben van. Ez általános a mennyben, és lehetséges a földön. Az ember az ég és a föld közti középső, akiben ezek egyesülnek, működésükben kiterjesedhetnek, nemesen teremthetnek és nem nemtelenül. Amíg az ember nemtelenül teremt, nem több a bukottaknál. Amíg ilyen szenved, beteg, haldoklik, kínos betegít, öl. A vallás is egy vírus. Kis gömböc. Önmagában csak egy fegyver. A vallás még nem hit, a hit még nem tudás, a tudás még nem bölcsesség. A bölcsesség még nem azonosság. A vallás is egy gólem. Magatokat emeljétek az abszolútumotokká. A vallást, a tudományt is emeljétek az abszolútumukká, amíg nem teszitek, korlátaik között maradnak, és börtöneitek lesznek csupán. Mindezeknek azonos az abszolútumuk, az pedig az egyvilágosság és élet valódi valója, a valóság. Csak az lehet szabadság, amely mások szabadságát nem sérti. Csak az lehet szabadság, amelyben a legtöbbre adatik valami, valaki. Csak amely által a legtöbbre adatik a kereszténység, az menti meg azt. Csak amely által a legtöbbre adatik a vallás, a tudomány, a közélet az mentheti meg mindezeket. Minden vallást. A vallások a jelenlegi korlátaikon belül nem tudják ezt. A politika sem, a tudomány többi ága sem. Csak is az ég kegyelmének felismerése és elfogadása emelhet olyan minőségbe, amelyből működve az abszolútumunkba teljesedhetünk, és az abszolútumként gondoskodhatunk, és gyógyíthatunk, emelhetünk. Csakis az abszolút szabadságban létezik valódi boldogság. Csakis az abszolútumban létezik valódi szabadság. Még egyszer mondom, csak is az abszolút szabadságban létezik valódi boldogság. Csakis az abszolútumban létezik valódi szabadság. Egy atya anya. Az atyából származik adatik az élet, minden általa élő. Az anya nevel fel minket, szenvedése, áldozata és akár az élete árán is. Az ember műve nem produktum, hanem maga a nagybetűvel ember. Az anya műve a kinevelt nagybetűvel ember, az áldozata élete árán is önzetlenül kinevelt ember. A nem kinevelteket ez a kinevelt emeli magában az égbe. Azok vagytok, amire figyeltek, és amire fókuszáltok. Ami ellen kikeltek, az ejt majd rabul benneteket. lehet a -e szabad, aki így jár? Segítheti-e a lényeket, aki nem szabad? Önmegváltást követően megeső a nagy megváltáshoz fordulás. Az önmegváltás pedig az égik egy elfogadása. És a buzgó tompaság tettei romlást hoznak. A passzív jóság tehetetlenkedése nem hoz gyógyulást. Ha a tompák nem cselekednének, a jók passzívak maradhatnának, de mivel a tompák buzgón cselekednek, a jók nem maradhatnak passzívak. Erőteljesebben, eredményesebben kell működniük, mint ahogyan a tompák cselekszenek, hogy a romlást megelőzzék, Azonban nem a tompák és a romlás dolgaival kell foglalkozniuk, mert akkor abban vesznek el maguk is, hanem a jóság, világosság, élet, bölcsesség, szeretet, gyógyítás, gondoskodás, felmutatás, örökítés, hagyományozás, emelés dolgaiban. Amire összpontosítanak, azzal válnak ne vesszenek el mindezért a tompaság dolgainak megítélésében. Inkább saját erényeik pallérozásával törődjenek, és a tompák dolgait bölcsességgel, világosság tettekkel kompenzálják. Tizet tűzzel el nem oldhattok, halált halállal meg nem szüntettek. A sárral dobál mocsarat, sohasem jut eredményre. Élettel állj a halál elé. Amiért a tompák tevékenyek, a jók pedig passzívak, nincsenek az érdemes, erényes, bölcs, gondoskodó, szerető vezetők a megfelelő helyeken. Amikor a jók buzgóbbak lesznek a tompáknál, a megfelelő emberek lesznek a megfelelő posztokon. Az élet teljesség lényegű, örök, állandóság lényegű, a lét pedig múlandó és kibillentség lényegű arrogancia azt képzelni, hogy a javítani akaró reformációkat az emberek kezdeményezik. Az ilyesmiket nem emberek kezdik meg, de sajnos emberek fejezik be. Én nem ismerem annyira az embereket, csak átlátom. Azokat ismerem, akik ezeket a javító mozzanatokat megkezdik. Akiket én ismerek, Bakóc Tamást küldték. Krisztus elküldi a vigasztalót, nem mi vagyunk a vigasztaló, hanem a Szentlélek az. Ám a Szentlélek általunk is vigasztalhat, és vigasztal. Ne féljetek. Valósítsátok az embert, tűzben próbált aranyat vegyetek. Egy atom, 99 egész, 99, 99999999 99, 99, millió százaléka üres tér. Ha az összes ember testéből eltávolítanánk az ilyen üres teret, az egész emberiség atomjai csupán egy kocka cukornyi területet foglalnának el. Mindezek ellenére sok millió ember kategorikusan tagadja, hogy fontos és számít a láthatatlan rész. Bizony számít és fontos a vallások fölötti. A Szentlélek nem függ vallásoktól, az igazság nem függ vallásoktól, a valóság nem függ vallásoktól. A vallások függnek mindezektől. A vallások függnek a Szentlélektől. A lét látható, az élet láthatatlan. Nem az élet függ a léttől, hanem a lét függ az élettől. Csak akik a láthatatlant is látják, azok a látva látók. Akik csak a láthatóra tekintenek, azok csak nézve néznek. Nem fél emberek ugyan, hanem teljes értékű emberek, de csak 0,01 millió mod százalékban élnek, és nem teljes életet. Tartsátok meg a nyelveket. Csak átgondolásra hozom fel mindezeket. Azt javaslom, aki mellérendelő anyanyelvvel rendelkezik, tanuljon meg egy alárendelő nyelvet is. Aki alárendelő anyanyelvvel rendelkezik, tanuljon meg egy mellérendelő nyelvet is. A népek az emberiség testének szervei. Mindegyiknek egészségesen kell működnie, hogy az egész test egészséges legyen. A nyelveik a programok amelyek alapján a gondolkodásuk a feladataik teljesítésére specializálja őket. Ne adják el a nyelveiket, de tanuljanak meg egy mellérendő nyelvet is. A népek, országok megléte a biztosíték arra, hogy egy világot uralni akaró apparátus ne élhessen vissza korlátlanul a hatalmával. Ha visszaélne, nem ajánlott megszüntetni az országokat. Ha nem akar visszaélni a hatalmával, akkor pedig bizonyára úgy érzi, vallja, hogy nem is szükséges megszüntetni az országokat. Ha azt vallja, hogy meg kell szüntetni a nemzetállamokat és az országokat, bizonyára vissza akar élni a hatalmával, és ezért vallja, hirdeti mindezeket. Legvégső soron, azt számít majd, hogy együtt vagyunk. Nem az, hogyan értünk oda a célba. Ott már nem lesz szükség országokra, nyelvekre, viszont egészen odáig alapvető szükség van rájuk. Az országok a biztosíték a globális visszaélések ellen, amikor megérkezünk, elmaradhatnak, de addig csak egy visszaélni akaró hatalom akarhatja eltörölni őket. Aki, amelyik égi, igazi szeretet hatalom megvárja a napot, amikor maguktól elmaradnak. Így hát azon legyetek, hogy a népek egészségesek legyenek, hiszen nők az emberiség egy testének szervei. De feladatuk teljesítése mellett tanuljanak meg egy mellérendelő szakrális nyelvet is, és vegyenek részt a szervek feladataink kívül a szervezet feladatában is. Értessék a testet. Ez a szervek feladata. És éljék meg, árasszák a lelket. Ez pedig a szervezet feladata. Álljanak helyt a létben, de teljesedjenek ki az életben. Tájékozódjanak a fényben, sötétségben, de látva lássanak a világosságban. A saját nyelvük, a lété, a szakrális nyelv az életé és világosságé akik a szív és a lélek nyelvét kapták eleve anyanyelvükként, azok pedig mindenkiről gondoskodjanak, nem mulasszanak, ha nem teszik, mulasztanak. Gresham törvényét fel kell tudniuk oldani. Nem csak pénzügyekre vonatkoztatható, hogyha zárt rendszerben egynél több pénz nem van jelen, akkor biztosan a rosszabb szorítja ki a jobbat. Értékrendekre is vonatkozik. A lánc csak olyan erős, amilyen erős a leggyengébb láncemel. Pénzből még lehet erőszakkal egy nemet csinálni, de értékrendekből nem. Azok az emberekbe bújtak, onnan jönnek elő. Mindenki szabadként tisztelendő. A térítés, idomítás, kényszerítés, hipnotizálás, átverés, beavatkozás etikátlan a jó között nem létezik megszelídítés, csak is megszelídülés van. Nem lehet kívül megnyitni a zárt rendszert, csak is magunkban. És nem nyithatja meg bennünk senki saját magunkon kívül, csak mi. Erről szól a Kis Gömböc című magyar népmesél. A Kis mindent felfal, kívülről egészen egyszerűen elpusztíthatatlan, egy módon sikerül mégis elpusztítani a legény, hagyja, hogy őt is lenyelje a kis gömböc, előveszi odabent a bugyli bicskáját, és belülről kiszúrja, kipukkatja a gömböcöt. A vallás válságban van, a politika szintén. Ezek nem nyitják meg az átrendszert, hogy a Gresham törvényt feloldják. Meghódítani pedig csak is a szeretet képes égi tiszta módon a lényeket. Belül tágasabb. A szent lélek által végasztalók örökségére tekintsetek. Ez az örökség gondoskodik arról, hogy ne féljetek. Magatok akarjatok megszelídülni, megnyílni. Magatokban tudjátok megnyitni az zárt rendszereket. Odakint nem nyitja meg egy szekta, vagy párt sem. Befelé és felfelé tudtok megnyitni bármilyen zárt rendszert. Tegyétek meg, ha megértetek az elhatározásra. Allah éli él, élő, élőhím, elohím, az egy élő Isten. Sok nép különböző nyelvi járásokon vette át az abszolútom egyet jellemző, megnevező nevet, szót. Minden jó tan gyógyít és emel és szabadít, éltet, étet, etet, itat, táplál, segít, boldogít. Ami nem ilyen, az áldozatul esett azoknak, akik átírták, hogy a saját érdekeikre hajtogassák a világot. Minden csoda három napig tart, mert a harmadik napon megjelennek azok, akik ha le nem tagadhatják, akkor vakvágányra terelik, átírják, besározzák, hatástalanítják, eltussolják, elhazudják elfogyják, ellehetetlenítik, és azt hazudják, hogy megtörtént, és sikerült, és az általuk szétmérgezett, tönkretett torzó az. Hát nem látják, hát az. Van, hogy eleve gyalpók hazudják magukat angyaloknak, hogy tévútra vigyék, ami mindenképp meg kíván születni. Van, hogy valódi forrásból indul el valami, és hamvába halasztják, hogy hatástalan legyen. Gyógyító tan kerül közkézre, de a közurai az érdekeikre ferdítik azt. Így lesznek lettek világosság tanokból csupán fény és sötétség tanok. Szeretettel gondoskodó tanokból hódító és gyilkos parancsolatok élő egy kezdte mindezeket, és nem csak, hogy az ember, de az emberek közt is az altató, ártó érdek emberek fejezték be végül. Ami élő tan, és az élettel, világossággal el együtt, és emel, világosít, gyógyít, szeret, gondoskodik, az megtartotta az élő egy kinyilatkoztatását, amelyik életellenes lett, térít, hódít, nyomorít, megoszt és nem összebékít, az nem tartotta meg az eredendő kinyilatkoztatás elemi tisztaságát, az ilyenek nem tartották meg az élő egy akaratát. Ami megoszt, nem az élő akaratát követi. Ami az elme tébojába köti a tudatot, és nem hagyja a lélek valóságára eszmélni azt, az nem az élő akaratát követi ami kényszerít, térít, öl, csal, lop, foszt, bomlaszt, megoszt, háborúságot szít, nem az élő akaratát követi. Akik azt mondták nektek, hogy fegyverrel meg fogjátok téríteni a világot, a veszteteket akarták, a javaitokat akarják, az országaitokat akarják, vajon a ti szíveteket bárki megtérítheti fegyverekkel, ismétlen pedig evidencia, hiszen csak ami, aki előtt a ti szívetek hajol meg, szeretetben azt érített meg benneteket. Csak aminek, akinek a ti szívetek, és nem a gerincetek hajol meg, annak szelidültök meg valóban. Hogyan hihetitek tehát, hogy jót akartak és igazat mondtak nektek mindazok, akik fegyverrel küldtek titeket a világ megtérítésére, és nem világossággal, élettel, szeretettel. Egyenes egyetek fel a és csak annak szelidüljetek meg magatok is, aki szeretet, és nem a szeretet nevében hazugság, aki jóság, és nem annak nevében csalás és ártás, aki világosság maga, és nem fény vagy fényhozó, mert a világosságot nem kell elhoznia senkinek sem számotokra, hiszen abból származtok mindannyian, és az bennetek él minnyájatokban. Nem téríthetitek meg tehát fejverrel, kényszerrel a világot, hanem csak is szeretettel, gondoskodással, barátságban. Ahogyan ti sem szelídültök meg háborútól, az élő egy igéit sem Fogjátok a világnak adni fegyverekkel, háborúval, csak is szeretettel. Mert nem elég az élő egy világosságot a fejekbe juttatni, attól a népek nem világosodnak, nem szelídülnek meg, nem térnek meg az elmei illúzióiból a lélek világosságára. Csak a jóság, és nem annak nevében elkövetett rossz által térnek meg. Csak a szeretet és nem annak nevében elkövetett gaztettek által ébrednek meg az élő egyvilágosságra és életre. Akik a veszteteket, javaitokat, földjeiteket, kincseiteket akarták, akarják. Olyan parancsokat adtak nektek az élő egy parancsai helyett, amelyek miatt, amelyek alapján sosem járhattok sikerrel, valamint magatok is kipusztultok és elkárhoztok. Megosztottak benneteket, hogy elgyengüljetek, bűnbe vittek benneteket, hogy elveszítsétek magatokat, és elkárhozzatok. A szeretet missziót a világ gyógyítását létrontássá és önsors rontássá nem telenítették, és az isteni szabadságharcot hatástalanították. Türelmesek legyetek a végtelenségig mindenki a saját ütemében szelidül. Akiben nincsen meg a szavaitok jelentése, annak beérési időre van szüksége azok megértéséhez. Az emberek jó szóra vágynak, nem okoskodásra. Számukra fontosabb a törődés, mint a megfejtés. Ha a megfejtést törődés nélkül adjátok, nem fogják fogadni. Ha szeretettel, törődéssel adjátok nekik, tovább is fogják adni szeretettel és törődéssel. Bárkiből előtörhet a legrosszabb. Mindenkiben ott van a legrosszabb. Az ember alapvetően gyenge, mivel lehetőség a nagybetűvel emberre. Csak is a neveltetés, a kinevelés, a bölcsesség emelheti fel gyilkosból szeretetben beismerni, hogy gyengék vagyunk, egy biztos alap, az önhitség pedig légvár. Engem se vegyetek példaképnek, hanem az élő törvényeket. Én esendő vagyok, az élő törvény tiszta. Egy vagyok azok közül, akiknek megbocsátottak. Az ember lehetőség a nagybetűvel emberre. Csak lehetőség és Krisztus az ember. Ne az embert bánsd, hanem a tudatlanságától segítsd megszabadulni. Adjátok egymásnak ajándékba a tanításaitokat, vallásaitokat, tanaitokat, mindazt, ami szerintetek is érték. Ne az embert bánsd, hanem a tudatlanságától segítsd megszabadulni, és azt sem beavatkozva, hanem közvetetten gondoskodva. A szabadságod addig ér, míg másét nem korlátozza. Nem az ember az ellenség, hanem a tudatlansága. Ez segítsen minnyájatokat a pártatlan szeretetben megmaradásban. Nem az ember a bűn, hanem az ember bűnne a bűn és azt sem támadni kell, hanem elvenni, feloldani, és azt sem lehet haraggal, erővel feloldani, csak is megértéssel, bölcsességgel, gondoskodással és szeretettel. A cél nem népek, emberek megbüntetése, hanem a bűn feloldása. Feloldani soha sem lehet büntetéssel. Aki büntet, a bűnös bűnét magára is átveszi. Aki büntet, a bűnös bűnét magára is átveszi hangsúlyozom még egyszer. A megértés és megbocsátás mint a megbánás, a szívből jövő valós őszinte megbánás és változás. A jóra vállás oldhatja fel a bűnt. Megbánás, megbocsátás, szeretet oldhatja fel a bűnt. Bosszú büntetés, harag, kényszerítés sosem fogják igaziból tényleg feloldani a létrontást, csak is a megbánás, megbocsátás és szeretet. Nem valódi megtérés az, ha egy ember vagy egy nép leigázva, kényszer alatt kínoktól azt vallja, hogy megtért. A világosság embereinek nem az a feladatuk, hogy hamis megtérésre kényszerítsék a világot, hanem hogy felszabadítsák azt az elme tébojából a lélek valóságára és a szíveket nyerjék meg igazából a bölcsesség abszolútumának, aki az egy élő világosság és élet. Ezt pedig csak is szeretettel, bölcsesség ajándékozással, gondoskodva, nem beavatkozva, nem térítve, hanem példával előjárva tudhatják megtenni. Az egy élő az angyalain, a királyain keresztül, a profétain keresztül kinyilatkoztatta. Kérte, hogy nyerjétek meg a valóságra az egész, Illúzióban eltévejedett emberiséget. Azt kérte, hogy létetekkel és cselekedeteitekkel bizonyítsátok előtte és egymás előtt, hogy az ő családja vagytok. Lettetek. Azt kérte, hódítsátok meg a szíveket az igazságnak. Nem mások és magatok megölésével, nem a világ kényszerítésével és elpusztításával bizonyíthatjátok, hogy az abszolútum élő egy családja vagytok, mert azzal csupán egyetlen tettet hajtatok végre, és az is üres és eredménytelenségben áll. Nem az áldozza az életét, aki önmagáért teszi azt, és nem az, aki a halálát áldozza, hanem aki az egész életét másoknak, másokra, az élő egynek szenteli és leéli azt. Nem az szerzi meg a szíveket az abszolútum élő egy igazsága, világossága az élet számára, aki megöli azokat a szíveket, hanem aki eléri, hogy a szívek szabadságukban, önszántukból megnyíljanak az abszolútum élő egy világosságára, szeretetben, bölcsességben, gondoskodásban. Az áldozat bemutatás tilos, hasztalan is. Másokat feláldozni bűn. Az áldozat hozatal a helyes. És nem halált áldozni, hanem az életünket Rááldozni az ügyre, az emelkedésre, mások felemelésére. Ez az áldozathozatal. Akik halállal áldoznak, a világ megrontói, akik az életüket szentelik az életenek és világosságnak valamint a világ emelésére, gyógyítására, átszellemítésére, azok élve élnek az örök és végtelen és teljes abszolútum élő egy valóságban. Akik ártanak, a halállal elmúlnak, akik gyógyítanak, gondoskodnak, emelnek, átszellemítenek, szeretnek, bölcsülnek, azok az élettel élve élnek örökké. E fáta nyílj meg. Legyen füled a bölcsességre. Akkor lesz füled a bölcsességre, ha szívedben is helye lesz a bölcsességnek, és a fejedben is megjelenik a szavakat jelentésé szabadító gondolkodásmód, a költészet állapota küszöbb, az elme illúzióiból a lélek világosságára ébredésben. Gyermeki rácsodálkozás, a mindig mindent újnak és teljességben látás szent képessége ez. Nem fosztjuk meg a dolgokat azok teljességétől azzal, hogy megítéljük, elnevezzük és mérjük, osztályozzuk őket. E fata nyíli meg, aki fel tudja tenni a helyes kérdést, csak is abban van helye a helyes válasznak, akiben az összes szó valódi jelentése megvan és működve van meg, csak azt tud olvasni a sorok között csak az gyönyörködhet teljességgel, csak az érti meg a szimbolizmus verseit, dalait, csak az élheti meg a költészet állapotot. Aztán, amikor megélte, elengedheti a szavakat is, és jelentésük teljesedik. Elengedheti a jelentést is, és a teljes valóságra eszmél. Halli, érts, láss, azonosulj, engedj el, gyönyörködj, szeres. Az önmegismerést követően megeső szívvel odafordulunk segítségül a nagy megismeréshez. Elfogadjuk az ég kegyelmét és gondoskodunk. A megvilágosodást követően a jó ember nem kilép, hanem mint egy jó hajós kapitány teljesen egészen a süllyedésig a legénységgel marad. fáta, nyíldi meg, akik Gondoskodásnak és az élő egy számára kedvesnek tartják a térítést, hódítást, kényszerítést, sanyargatást, lopást, csalást, adóztatást, kamatot, sarcot, erőszakot, kínzást, büntetést. Azok tévednek, és azokat félrevezették, becsapták, kihasználták saját önző érdekeik érvényre juttatásához és a világ megrontásához. Azok bűnt követtek el. És lelki üdvüket, tisztaságukat, életüket, javaikat, földjeiket, saját és családjuk, népük jövőjét is az átverőiknek adták, és nem az Abszolútum egy élőnek. Azok nem bizonyították az Abszolútum élő egyelőt, hogy az ő családjuk, hanem ehelyett másra adták az életüket, lelküket, mindenüket. Effáta, nyíljatok meg, és lássátok. Halljátok, értsétek a bölcsességet, amely a szeretet hangja képe. Térjetek vissza az Abszolútum élő egyesvényére, és bizonyítsátok valóban igazi, értelmes, tényleges módokon azt, hogy az ő családja akartok lenni, az ő ekléziájához akartok tartozni. Bocsássatok meg mindenkinek és magatoknak, és kérjetek megbocsátást. Tartsatok bűnbocsánatot, és fogadjátok azt. Tartsatok önvizsgálatot, és tegyetek szert bölcsességre. A szíveket nyerjetek meg példamutatással, gondoskodással, szeretettel. Csak a koronától még nem lesz király valaki, ám ha bensőjében király valaki, korona nélkül is király. Ha érdemtelen, erénytelen, tompa, önző érdeklényt tesztek a trónra, a világ elsorvad és szenvedni fogtok egyedül a legszerényebb, legutolsó, legkisebb, legszeretőbb és szeretetreméltóbb szakrális király az, aki úgy illik a trónra, hogy a világnak virágzást hoz az embernek boldogságot, boldogulást. Nem kedvelem a királyokat, csakis a valódi égi, jóságos, gondoskodó szakrális királyt kedvelem. Ő nem a koronázástól lett király, hanem eredendő világossága hozta, hogy megkoronázzák. Ám sose felejtje senki: tompa önző, vágyakozó félő népeknek bármilyen csodás rendszere is legyen, rómlást teremtenek. Bölcs ébredett, gondoskodó, szeretet népeknek akármilyen rossz rendszere is legyen, virágzást teremtenek. A rendszerek mind tökéletlenek. Tőlük minden romba dőlhetne csak is a bölcs, szerető nép az, ami megmentheti a világot az összeomlástól. Azonban azt hihetnétek, hogy cselekedetek által gyógyulhat meg a világ a legeredményesebben, leghamarabb, a legbiztosabban. Mindemellett a természetet azzal segíthetitek a legeredményesebben, ha békén hagyjátok, és nem vonjátok ki belőle magatokat, hanem az egész részeinek tekintitek. Tegyétek vissza bele, amit kivettetek, magatokat is. A dolgok úgy vannak legjobban, ahogyan az emberénél teljesebb tudat, az emberénél nagyobb bölcsesség és erő magától kormányozza azokat. A tompa ember a legjobb szándékkal, tudással is csak elvesz a teljességből, a tökéletességből. Most egy újabb korszakot zárunk, egy olyanba lépünk, ami mindent mindennel összemos, és így próbálja meg az emberiséget, hogy túlélje, vagy nem, hogy csak túlél-e, vagy élve élő és csodálatos lesz, mint ami ennek szánták. Amennyiben nem állja ki a próbát életképtelennek, életellenesnek bizonyul, és ami a dolgokat összemossa, őt kimossa, elmossa a képletből a megsemmisülésben. Nem az élőhelytől van az élet, hanem az élet örök, és élőhely nélkül is van, és az élőhely terem meg ő általa. Így pusztán az ember sosem fogja elpusztítani a bolygót. A legnagyobb mocsokból is újra éled, mert az abszolútom egy élet és világosság az eredete aki végtelen és kiapadhatatlan életforrás. Belőle bármikor újra terem minden. Mi hát a tétje értelme az élőhelynek és az élő létének? Az isteni szeretet önkéntelen és szándékos megnyilvánulásai egyszerre. Az abszolútum primordiális logosz szeretete, megrezgette a lehetőségek ürességét, és nemtelenül tereket tükrözött, amelyeket a nemes teremtéssel lélekkel töltött be, és ki, és szellemmel hatott át. Az információ gondolattá nem esült a gondolat igévé az ige hangá, a hang hangokká és frekvenciáká. a világosság fényé, a fény hővé, a teljesség részek egészévé lett. A lélekkel áthatás nemes teremtésé lett. Az anyag frekvenciákkal teremtése és rendezése nemtelen teremtésé lett. Az abszolútum egy élő, aki él és éltet, így nyilvánult meg minden módon, ahogyan az nem a legtöbb lehetséges, hanem a legkevesebb szükséges. A legkevesebb szükséges pedig az élet és a lényeg szabadulásához és a szeretet megnyilvánulásaként a csodálatos létezéshez elég. A teremtés ezen első fázisa a tiszta teremtés teremtődés. A második és sokadik fázisok következtek, következnek. Az elsődleges élvezők elsődleges közvetlenül az élőből teremtek is, teremteni kezdtek, ugyanígy nemes és nem, nem teremtést hajtottak végre. A sokadlagos teremtettek, a teremtettek által teremtettek ugyanígy nemtelen anyagból, finom és sűrű anyagból és nemes eredeti Isten lélekből állnak álltak. Aztán minden összekeveredett, és elfajult az anyagi, nemtelenül teremtett frekvencia világokban. Egyes teremtett lények a tudatukkal, a lélek mennyországából az elme illúzió képzett labirintusába tévedtek és ott eltévedve elfelejtették valós eredetüket, értelmüket, céljukat, és félő, vágyakozó zsarnokokká váltak. Az ilyen teremtők elszeparálták világaikat, hogy uralkodhassanak azokon, megtiltották és megakadályozták az ébredést, a bölcsességet, és tompán tartották a világaik lakóit, hogy uralkodhassanak rajtuk az egy élő abszolútum helyett magukat kiáltották ki Isteneknek, és a valóság szabad világosságának megélése helyett a nemtelenség börtöneinek tompa, szolgahadává butították teremtményeiket. Ez hát a huzavona eredete, ebből fakad az emberiségek hanyatlása és éledése és megszabadulása vagy kipusztulása. Arkónyaitok a lélek igazsága helyett az elmehazugságába vesztek, és sanyargatnak benneteket. Ez az év milliárdos szabadságharc oka. Elsődleges teremtek, sokadlagos teremtettek, által teremtettek, angyalok, arkónok, dékánok, szlévek, emberek, minden frekvencián különböző lények, Mindahányan az elmet ébolyába a süllyedéstől szenvednek, vágyanak, félnek, kínoznak, ölnek, rombolnak, és mindahányan a lélek valóságára eszmélésben szabadulhatnak fel. Mindazok, akik vallások hívői és többre tartják a szót a szeretetnél, az engedelmes tompaságot és ártást a gondoskodó bölcsességnél, a raptartást, bútítást a szabadságnál, a hatalmaskodást az életnél és világosságnál, azok az elme tébolyának őrület és bűnistenségeinek áldozatai, fogjai, kihasználtjai, felhasználtjai, és osztoznak azok őrületében és bűneiben. A világokat butítják, fogvatartják és pusztulásuk okozói, a vallásaitok ezeknek az önző vágy és félelem lényeknek az eszközei rajtatok, hogy az abszolútum egy élet és világosság szeretet Istenben létezés szabadsága és boldogsága helyett az ő tébolyukban létezzetek, őket szolgáljátok, és ne egymásról gondoskodjatok szeretetben. Szabadságharcunk mégsem a cinkosok elpusztításából, mégsem az ilyen arkónok, dékánok és szlévek megvetéséből álljon. Nem gyűlölettel és háborúskodással szabadultok felszerelmetes felek, hanem a bölcsesség, a gondoskodás és a szeretet jegyében. Halál nem győzi le a halált, halál nem hozza vissza az életet, csakis az élet hozza vissza az életet és győzi le a halált élettel álljatok ki a halál elé, és szeretettel a gyűlölet elé, és bölcsességgel a tompaság elé, és gondoskodással a háborúság elé, és emelkedjetek. Emeljétek fel ellenségeiteket is a bölcsességbe, hogy barátaitokká szabadítsa őket a bölcsesség. Adjátok azt ajándékba mindenkinek, és ne kérjetek érte fizetséget, mert nem létezhet hatalmasabb érték a népeink barátságánál, vallásaink felszabadulásánál, bolygunk felszabadulásánál, meggyógyulásánál. Amikor azt eléritek, kieszközlitek és megtörténik, az lesz a ti igazi fizetségetek. Nincsen a boldogságnál nagyobb fizetség, amit akkor éreztek majd, amikor mindenki szabad lesz. Bölcs, éber, gondoskodó, teljes, világos, élve élő és a bolygó is meggyógyul. Amíg pokol él bennetek, odakint sem tud poklon kívül más testesülni. Amikor menny fog élni bennetek, odakint is menny fog tudni megtestesülni. A bölcsesség, amely felszabadít, nem kívánja a bosszút, nem akarja a sanyargatóink szenvedését, pusztulását. Értük is van, nekik is szabadulás. Ebből a bölcsességből nyernek ki teljesedést, és amikor ők is kiteljes előtté lesznek, megbocsátást, megszabadulást. A bennük élő pokol miatt nyilvánul körülöttük, a világaikban is pokol. Ha bennük az elmeté bolyának poklából a tudat közvetlenül a lélek valóságának élő mennyébe ébred, akkor a világaik is mennyek ki, szabadulnak és teljesednek. Látjátok-e már, hogy hol veszett oda a sok világ, és hogy hol kerül meg ismét. Bennük veszett el, és ti bennetek kerül meg ismét. Látjátok-e már, hogy a szeretet világ reménységei vagytok, nemesek, a lények a bolygó, magatok egymás, de még az arkónok, dékánok és szlévek megmentői is ti vagytok. Bennem már azok vagytok, Istenben is azok vagytok. Már csak magatok előtt kell beteljesítenetek ezt a nemes önmagatokat. Isten már ismer benneteket. Most eljött a jelen, amikor ti is meg kell ismerjetek valódi önmagatokat. Mert nem az Isten kedvéért vannak a szabadságharcotok próbatételei, hanem hogy ti megismerjetek valóságotokat és megszabaduljatok. Hogy egymást megszabadítsátok. Akik közületek valóságukra ébrednek, nyilatkoztassák ki az arkónoknak és minden úrnak, félelmetesnek, tekintetesnek, hogy a leghatalmasabb szabadulásai is az ajándékotok a legborzalmasabb, legfélelmetesebb megszabadulása és kiterjesedése is a ti szívetekből árad ki, és hogy minden száműzőt letaszított és bukott hazatérése is abból a bölcsességből fakad, és abból a szeretetből, megbánásból, megbocsátásból ered, fogan, sarjad, növekszik és virágzik, és terem, amelyet ti adtok a világnak ajándékba, gondoskodva, szeretettel. Ott kezdődik a szabadságotok, hogy az elme őrületéből, és annak érdeklényei által félrevezetett, intézményeitől, fizetett embereitől, hatalmaskodóitól, állvezetőitől, állvallásaitól függetlenné lesztek, és a lélek valójában ébredtek. Ott folytatódik a szabad létetek, hogy a lélek valójában az eredeti igaz valóságot abszolútum egy életet helyezitek figyelmetek, és szívetek közepében is gondoskodtok, szerettek, gyógyítjátok a világot. Összehoztok és nem megosztotok, kiegészítetek, nem felszabdaltok, elválasztotok. Gyógyítotok, nem betegítetek, az életet képviselitek és árasztjátok, nem a rombolást, pusztítást és halált. A szeretetet árasztjátok, és fogadjátok, és tanítjátok, és tanuljátok, és élitek, és testesítitek meg a megbocsátásban és szívből eredő valódi megbánásban gyökerezik a felszabadulásotok. A jó szomszédi viszonyban teljesedik ki, és a teljes összefogásban hozza el a virágzást. A nemtelen teremtés az enyészetnek teremt, önmagában csontváz csak keret. Nemes teremtés nélkül csak a halál szájába dobott étel. Tükrözés, sokszorozás, technika, szerkesztés, építés, gépek, 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 a rothadás és rothasztás fegyverzete. Ha maga az ember nem emberi és nem emberséges, akkor a technika sem mentheti meg a bukástól, szenvedéstől és kárhozattól. Zombi és robot és gólem között semmi különbség. Minden teremtett létezőnek számít, de élőnek csak az, amiben akiben az eredeti egy abszolútum élő lelke van, amiben az eredeti életszikra van, nemes teremtéssel fogant, amely akkor is, ha a teste nemtelenül lett összerakva, él. Ím hát az emberek és más lények is únos untalan megpróbálják élővé szerkeszteni, építeni a termékeiket, de energián kívül semmivel sem képesek működésre bírni azokat, mert nemtelenül tükrözve, szerkesztve, sokszorosítva szerelték össze mind a hányat csak is az abszolútum egy élő lelkéből, magából, az élet abszolútumából közvetlenül származó lélekkel lehet a nem teremtést nem esétenni, élettel megtölteni. Csak is életből származhat élet. Amiből nem élet származik, nem A hím erő felülről lefelé árad, a vöröslő fény fán. A nő erő lentről felfelé, Kettő örvénytánca ez. Púzál, interferál, oszcillál. A tűz, a víz szerelemben, szeretetben keringőzve ragyognak fel. Csillag gyúl a szerelemben. Akik ezt bölcsességben, szerelemben, szeretetben művelik csillaggá, új nappá gyúlnak az égi menyegzőben. Elmondom, mi a legnemesebb nemesség ismérve tartsatok önvizsgálatot. Meg kell kötnötök a saját szövetségeteket. Mi a szövetség? Ehhez szabadnak kell lennetek. Mi a szabadság? Akik tudják, mi micsoda és miért, ki kicsoda és miért, akik tudják a szavak valódi jelentését, akik bölcsek, teljesek, világosság és élet, akik a szeretet és a gondoskodás, azok szabadok akik vallás fölöttiek, történelem utániak, vagy az élők történelmét, és nem a holtakét írják és élik és művelik, akik önmagukban is egyesítik az alsót és felsőt, a szuszt és az ízt, és akik ülnek és élnek egymással is, akik élve élnek és működve működnek, akik vágyakon, erőkön urak, és nem a vágyak és erők szolgái, akik a szellemeken igazságos urak és nem a szellemek szolgái, akik vallások fölötti igazsággal azonosak és azt árasztják, akik az bolyából a tudatukat a lélek valóságába teljesítik, szabadítják, és akik a lényeket is közvetetten segítik ugyanebben, akik tudósok, majd garabonciások, majd tártosok, majd megváltók akik egy közösségért működnek, akik önfeláldozóak egy közösségért, akik gyógyítanak és felemelnek, akik vigasztalnak és szabadítanak, akik előbb működnek és úgy illik rájuk a korona, és nem előbb van rajtuk korona, aztán nem is működnek. Akik bölcsességükben eljutnak a legnagyobb tudásig, amely az, hogy az ember saját erejéből nem képes az éghez felérni, csak is az ég kegyelmének felismerése és a kegy elfogadása által. Akik szerények, de nem hülyék, akik erejükben kegyesek, és nem gyengeségükben, akik egyesítik magukban az elemeket, bolygókat, a csillagképeket, és szeretetben új nappá gyúlnak. akik a vallások fölötti keresztségben átszellemítik magukat, akik nem a szellemet kötik anyagban, hanem az anyagot szellemítik át, akik közvetlenül az igét teljesítik és szólják, akik a férfi és a nő abszolútumát valósítják, és kisbetűvel emberből a valós, nagybetűvel emberré minősülnek, akik szavak helyett közvetlenül jelentéssel gondolkodnak, akik sárkányok gyógyszerévé lesznek, akik szövetségesek az abszolútum világossággal, élettel, információval egyel és éberek, így szövetségre emelik a népeket és vallásokat, a népek felettiben, a vallások felettiben, akik a holtak történelmének áldozatait szövetségre segítik az élők történelmének testvérnépeiként, akik a történelem utáni feletti embert megszólítják és megvalósítják, akik teljességgel valósak, élve élnek és világolnak, akik szeretve szeretnek és gondoskodva emelnek, teljesítenek és gyógyítanak, királyok és királynők és nemes teremtést művelők, király-királyné együtt, ők a szabadok, csak is szabad lények köthetnek szövetségeket, és csak szabadok élhetnek úgy, hogy a világuk nem rothad és nem pusztul. Kössétek meg népek vallások feletti, történelem utáni szövetségeteket. Ezt csak is a legnagyobbak és a legkisebbek kezdhetik el és folytathatják le. Az egyszerű kis zsidó, muszlim, buddhista, keresztény, kisember, akiket az érdekvezetőik megvezetnek és felhasználnak, akiket a gólem hazaszeretetre, meg törvényekre hivatkozva felhasznál a saját érdekeire. Az Isten azokra számít leginkább. Révettem, láttam több más hozzászólást, hasztalan lenne elbeszélnem őket. Mindegyik azért volt, hogy az elhangzottakat elemezze, vagy azok fonalának tovább szövését elősegítse. Többnyire méhdi beszélt. És akik megjelentek, szintén arra voltak kíváncsiak, ki az, aki hívta őket, és mit akar, így egyetértésükkel tolódott el a beszédek aránya hősünk javára. Minden látomásomban jól bírták a klímát. A helyi általánoshoz képest szépnek számító időben, mintha az állatok, növények is végig volna és támogatták volna a találkozót. A madarak énekeltek, száldostak, a kígyók máshova bújdostak, és az esték szúnyog hadas sem zaklatta sosem a jelenlévőket. Szép volt a környék. A maga sivatagi jellegéhez, mérten minden nap szakra meg volt a maga színe, illata, szépsége hangja és csodája. Mostani betekintésemkor is ez a csoda veszi körül. Az épp felszólalót. Amennyiben ébredett emberek ígi menyegzője teljesül, napágyulnak fel, és világ világossága lesznek. Amikor egy ember egymaga egy szemében is az elmeti a lélek valóságára ébred, megeső szívvel odafozdul gondoskodni, és szeretné valamint tudósá lesz, tudósból garaboncjássá, abból táltossá, abból megváltóvá is, nem teljesedik, már ezáltal beteljesíti a teremtés koronája szerepkört. Mikor azonban két ilyen teljes ember, nagybetűvel ember, menyegzőt ül, és szeretetben égi, tiszta, igaz, isteni szerelemben egyesül, mint férj és feleség, és úgy működik, örvénylik, világol, pulzál, interferál és zengvezeng, akkor tökéletes lény csillaggá gyúlva átnemesíti az egész világot menyegzőjük, frigyük, átvilágolja az anyagot, átszellemítő szerelmetességük, világosságot áraszt a sötétségben. A pusztán testiségben vonaglás, a gerjedelem, az összön és önös vágy csupán szenvedést teremthet. Az élvezet múlandó virág, a gyümölcs pedig fájdalom, Csupán a lélektől való igaz szerelem és a jóságosak egymást tisztelő háládatos szerelmetessége virágozhat világosságvirágot és hozhat életgyümölcsöt. Csak is szerelmetes szeretet teremhet nemességben. Más a gerjedelem, más a valós lelki szeretet és szerelem. A földi az égibe beteljesületlen, a földi a földibe nem égi szerelem. Az égi a földibe beteljesületlen, csak is az ég kegyelméből teljesülhet. Akik a szerelmet büntetik, tévednek, és a romlás szolgáivá teszik magukat, bűnt vesznek magukra, amely visszajut hozzájuk. A gerjedelem nem telenül teremt, így nem segíteni minden embert, aki szűkölve vágyakozik. Nem beavatkozva, hanem gondoskodva szabad megsegíteni őket. Őseink még úgy nevelték az eltompulás előtti korban az ifjakat, hogy mire felébredt bennük a gerjedelem, elég bölcsekké és nemesekké teljesedtek ahhoz, hogy vágyaik ne halált és szenvedést teremjenek, hanem életet és világosságot. A jól nevelt ifjak nem sérültek, nem sértették egymást, sem pedig a szeretett törvényét. A lelketlen tiltás, büntetés, kényszerítés, harag nem ér célt, és a romlás jegyében áll. Az üres szívtelen hideg szabályok vadítanak, megosztanak, és nem szelítül meg általuk a szív a világosságnak, mert nem a világosság, hanem a sötétség jegyében állnak. A szigor a nevelés legalja. Nem más, mint amikor a törődést akarjátok kiváltani a nem törődömséggel. A lustaság és érzéketlenség nem a szeretetből fakadnak, és méltatlanok az emberhez. Akik szigorral, tiltással, büntetéssel, haraggal, fenyítéssel tudják le a nevelést, ahelyett, hogy az életüket, szeretetüket törődésre adnák, mulasztást, bűnt követnek el, ami rájuk visszaszáll. Akik így tesznek, nem érnek célt, és a halálnak dolgoznak, nem az életnek. Elvadítanak, és nem nevelnek, csak tombolnak. Nem kedvesek a léleknek, nem szelídül meg általuk a szíva a világosságnak. Csak is gondoskodó, szerető törődés érhet valódi célt, és érheti el, hogy a szíva világosságnak szabadon megszelídüljön. A férfi és nő külön is teljes, de együtt egész. Akik elhitették veletek, hogy a nő és a férfi nem lehet ugyanolyan teljesedetté, és ketten nem lehetnek Szent Frigyben, és mennyegzőjük által nem gyúlhatnak új napá, az égi, szerelmetes szeretetben, azok a halállal és a hatalmaskodó, életellenes, raptartó, tompító, szedáló, altatókkal szövetségben tették ezt ellenetek mert lélekből mondom nektek, hogy senki sem teremtetett utálatból, csak is szeretetből, és senkit sem szántak eredendően kárhozatra, hanem minden baj és szenvedés az emberek által egymás szemébe szórt homok a vallások feletti keresztségben testvérek lesztek a megtestesült és a megnyilvánulatlan abszolútum egy élet és világosság Istenben és Istennel. Akik ébredettek és menyegzőjük a lélekben, annak valóságában történik meg, azok házasságában jelen van az Isten. Ne büntetéssel és haraggal neveljétek tehát az ifjakat, hogy erre érettek legyenek, mert az eredménye is romlás lesz, és magatok is megromoltok. Bölcsességgel, bölcsességre, szeretettel, szeretetre, szerelmetességgel, szerelmetességre, tisztelettel, tiszteletre, együttérzéssel, együttérzésre, törődéssel, törődésre, boldogsággal, boldogságra, világossággal, világosságra, élettel, az életre neveljetek. Ugyanígy tehettek a népetekkel és a népekkel is, mert a népek is olyanok, mint a gyermekek. példával előjárásból tanulnak, és nem parancsokból és okoskodásból, hanem törődésből. Akik azt látják, hogy az egy abszolútum élet világosság családjához és a lélek valóságában élve létezők boldogok és jók és teljesek és gondoskodók és szeretők, azok maguktól kérdezik majd, mitől azok és maguk vágynak majd megtudni, mit teszi ezeket boldoggá, hogy ők is boldogok lehessenek általa. Bocsássatok meg egymásnak, magatoknak, és tartsatok önvizsgálatot, tartsatok bűnbánatot, és ismerjetek fel, fogadjátok el az ég kegyelmét, árasszátok az ég kegyelmét, az életet, szeretetet, bölcsességet, világosságot a világra, úgy gyógyítsátok azt, tisztuljatok meg olyanná, hogy veletek élhessen a vigasztaló Szentlélek. És gondoskodóvá nem esüljetek, hogy általatok is vigasztalhasson. Nem a halálunk, hanem az életünk erre egymásért odaadásáért, jóra rááldozásáért és az ezzel Istennek hálánkat bizonyításáért jöttünk a földre, a bolygókat, elemeket, minőségeket magunkban egyé minősíteni, és szeretett napágyúni jöttünk a földre. Nem a lelket, szellemet anyagba rabosítani, hanem az anyagot, a dolgokat átlelkesíteni, átszellemíteni jöttünk a földre. Megszabadulni és megszabadítani, felszabadítani jöttünk a földre. Nemesíteni, gondoskodni, gyönyörködni, a valóságra csodálkozni jöttünk a földre. Az elmélet gyakorlata az, amiért eljöttünk a Földre, az elmélet gyakorlata pedig nem más, mint az emberi lét egésze, az emberi lét maga. Az emberi lét a gyakorlat és Isten igéje valósul általa, Isten szeretete valósul általa. Aki az Isten szeretetének megvalósulása és megvalósítója itt a Földön, az minden nemtelent átnemesít lélekkel és szeretettel és bölcsességgel, nem beavatkozva, nem térítve, hanem közvetetten, felmutatva, hagyományozva, örökítve, választhatóvá téve, gondoskodva, vagy magában. És a lélekre tekintve meglátja az egy élőt is, akiből ered az a lélek, és akinek élve élő része és azonosságában egésze is. Akik csak az elme labirintusát érzékelik, és csak az anyagot nem telent méregetik, nem látnak túl a nemeken, jellegeken, látszaton, címeken, arányokon, szavakon, fényeken és sötéten, adatokon, ismereteken, tompaságon, Értelmetlen vágyakon és félelmeken. Akik azonban nemes, ébredettek, túllátnak a nemeken, és az embert szeretik, és arról gondoskodnak. Az embert segítik bölcsességgel, bölcsességre, példamutatással, nemességre. Úgy léteznek, hogy a lehető legkevesebbet ártsanak a lehető legtöbbet használjanak, gyógyítsanak, emeljenek, segítsenek, gondoskodjanak, örökítsenek a lehető legkisebb ellenállással, és nem csak saját üdvösségükre működnek. Nem csupán hordozzák, de képviselik és árasztják is a világosságot és az életet. Amíg nem lesztek saját megszelítülésetek által, saját akaratotokból ilyenek ki, addig mindig gyűlölni fogjátok, akiket megloptatok, megbántottatok, mert a lelki ismereteteket folyton emlékeztetni fogják a bűneitekre. Addig inkább valjátok, hogy a tanítók beszélnek rosszul, és a proféták tévednek, mint hogy belássátok, hogy még azok a szavak sincsenek meg bennetek, amelyekkel azok hozzátok szólnak, verselnek, énekelnek nemhogy azon szavak jelentései nem élnek egyáltalán ti bennetek. Addig kerülni fogjátok a profétákat, míg úgy érzitek majd, hogy joggal tartoztok nekik a mulasztásaitok jóvátételével. Tartoztok, és nem is nekik, hanem Istennek, egymásnak, a világnak és magatoknak, azzal, hogy lustatól vagy gyilkosokból emberekké emberesedjetek, és emberekből olyanokká nem esedjetek, akik eleve szánt benneteket a titeket teremtő, a titeket teremtőt teremtő, az őt teremtő, az őt teremtő, és az eredeti eredet egy élő világosság és élet, aki az, aki és akiből mindenben ugyanaz a lélek, még ha mindenben más is az anyag. Amíg inkább tereltek, és kibúvtok, kínosztok és szenvedtek. Addig pusztítotok és pusztultok. A bűneitek fizetsége a halál. Az erényeiteké és a szereteteteké az élet. Amíg nem szabadítjátok élővé magatokban az írott bölcsességeket, amíg nem lesztek ti magatok az élőtörvény, törvény, addig a romlás építőköveit tologatjátok csupán és átkot vontok mindenre, amihez közöttök van, és magatokra is. Addig csak hideg, merev, rideg szabálykönyvekből rendezitek a társadalmaitokat, és csodálkoztok, hogy minden mindig összeomlik. Öltök és megölettek, ártotok, sértetek, és viszont sértenek benneteket, kibillentetek, és nem középre oldotok föl, hanem átbillentetek, csak az éberigaziak, a napemberek, az egy élő abszolútum családjának tagjai, azok, akik feloldanak, felszabadítanak, arany középre segítenek, nem esítenek, átszellemítenek, emelnek, szeretnek, gondoskodnak. Ők nem átbillentenek, hanem középre oldanak fel. Akik az elmetébojában evickélnek, azok a kettősség tanításában csak az ellentéteket fogják fel és megosztanak, ellentéteket szítanak, a nemeket osztályozzák, a nyelvük alárendelő lesz, a gondolkodásuk a birtoklásra épül, mindig a konfliktusra és győzelemre és különbségre figyelnek, és nem a feloldásra, összehozásra és békére. A világ odakint kibillentség lényegű tanító A világ mi bennünk terjesség lényegű világosság világ. Aki úgy jön közétek, hogy a kinti világban akar csak békét elérni, mielőtt a bensőtökben béke lenne, az megvezet titeket. A külső kibillentség lényegű tanítóvilágnak nem kell megnyugodnia. Amíg bennetek bölcsesség és tisztaság és szeretet alapú békesség nem lesz, hogy az nyilvánuljon meg aztán odakint a világban is. Aki azt hazudja, hogy fényt és békét hoz, tévedésben akar tartani benneteket, és meg akar osztani titeket, hogy kicsalja tőletek a javaitokat, lelketeket, és hatalmat nyerjen felettetek, mert. Odakint nem lehet sosem béke, amíg bennetek nem terem békesség. És nem terem bennetek békesség, amíg nem lesz bennetek bölcsesség és szeretet. Ha pedig azt mondja, hogy fényt hoz, ismét becsap benneteket, mert a fény még nem világossága lét, az is még nem élet, és semmit sem kell, és lehet hozni nektek, ami már eleve bennetek van, és él, és a lényegetek. Lényegetek pedig a világosság és élet, amelyet nem hoz senki, hiszen már a részetek és lényegetek magva. Csak aki arra tanít majd titeket, ami által szabadok lesztek és visszateljesedtek az elmetébolyából a lélek valóságára, és akinek szavára nem, de példájára, szeretetére, gondoskodására, teljességében meglátjátok egymás és magatok valódi világosságát, és mindenben az abszolútum egy életet, és minden mélyén az értelmet, és mindezt nem előre, hanem teljesüléstől attól nyertetek valódi segítséget. A többiek hamis békék, hamis hercegei, és félszeműek, félszívűek, akik embergyűlölők, mert embergyűlölők neveltjei és a romlás szolgálói. Ők az éjség lényekkel egyfélék, félnek és félemlítenek. Érdekből édesgetnek és fenyegetnek, és vágyból csalnak, lopnak meg benneteket. Az ilyennek üzletelnek a bölcsességgel, és porciózzák, visszatartják, pénzért adják mindazt, amit az élő mindenkinek ingyenkedjelemként szeretetből adott és ad az ilyenek a most következő önjelöltek, akik az esedékes korszak legrosszabbjai lesznek. Ők és az éltető napemberek fogják szervezni a társadalmaitokat, és a túlélésetek attól függ majd, kiknek nyíltok meg, és kiknek a hívei barátai lesztek. Az egyik híveket akar majd, az igazi, az barátokat. Az egyik összemos majd mindent, és kétséget teremt, a másik kimos, kitisztít és felvilágosít. Az egyik összekever, összezavar majd mindent, a másik tisztán segít látni, tiszta vizet önt a pohárba. Az egyik fortéit alkalmaz és összeugraszt, a másik letisztáz, felfed és megnyugtat. Az egyik kétséget szít és Ármányt sző, a másik felfed, és világossá tesz, egyértelműsít. Mindenkinek magában kell megvívnia a lepel-lelebbentő ütközetet. Tel elmuteszelném kertjében tűzgyúl és víz fakad, körbeülik majd a vének, és nem egymással, hanem egymás társaságában magukkal fognak végső utolsó, Korszak záró, újabb korszakot nyitó, mindent eldöntő, utolsó ütközetet vívni. Gondoltam. És az idő eljött, hogy az időtelenben megvívjuk a csatát. Azonban az elmeidő idő illúzió világaiban csak az iskoláitok magukból a métei tanulni valót, túlélést élve élés helyett, ismeretet bölcsesség helyett, érvényesülést gondoskodás helyett, győzelmet szeretet helyett, nemeket és nemtelenségeket nemesség és az ember helyett összemosnak minden minőséget, ahelyett, hogy törődnének veletek, és segítenének azokat magatokban egyé minősíteni. Megkülönböztetnek, aztán betiltják a helyet, hogy különbséget tenni tanítanának meg, és szeretni bíztatnának. Falakat készítenek, emelnek, és azt hazudják, értetek teszik, és titeket védenek, miközben ellenetek, és tőletek magukat. Létezik-e tökéletes büntény? A jelenlegi globális politikai és közélet az. A jóságra hivatkozva gonoszságot tenni, a kereszténységre hivatkozni és tetteikkel szembeköpni Jézust, az iszlámra hivatkozni és tetteikkel szembeköpni Mohamedet, a buddhizmusra hivatkozni, és tettéikkel szembe köpni a stb. stb. A hazaszeretet és a hazavédelme nevében elárulni a hazát és a népet. Teátrálisan vinyogni, hogy fogyjunk, és mindent elkövetni azért, hogy elmeneküljünk és elszegényedjünk, felesleges beruházásokat kreálni. Hogy lefölözhessék a költségvetést és létfontosságú beruházásokat elmulasztani, amelyek ilyen életek vesznek oda. Támogatásnak tüntetni fel a csalást. Mindenkit megzopni, becsapni, és akit nem lehet azt elüldözni, ellehetetleníteni, eltemetni. Hasznot húzni az elesettek, a kiszolgáltatottak nyomorából, bajából. Emberiség ellen és Isten ellen elkövetett büntet. A végső ütközetben maga fölé emeli egyik kezét az angyal, és elhívja az erőnek erejét. Az angyalok minden erejét, és azért, aki a legelső egy. Mind ti, akik kérditek, nektek mondom, én a legkisebb vagyok. A fegyverem törhet a testem múlékony, több űr, mint anyag. Nem vagyok sem kisebb, sem nagyobb tinálatok. Tisztelem a választott istenségeiteket, és szeretlek benneteket is. Kicsi, illékony és utolsó vagyok. Semmém sincsen, csak ami az eredettel egy. Ám ez az egy bírja az összes istenséget, világot és minden erejét minden erőknek. A káprázatomat elpusztíthatjátok, de a lényegem örök. Magatokat pusztítjátok el, ha engem bántotok. Élve élek örökké abban, akiből vagyok. Halván haltok abban, akivé adtátok magatokból a lelket. Azt mondjátok nekem remélitek, ezekről a napokról is írni fogok dalokat. Az összes dalomat, versemet, könyvemet, azokról a napokról, azokért a napokért, és értetek írtam. De a mostaniak nem azok a napok. Azok a napok nem odakint vannak, hanem bennetek. És akkor jönnek el odakint, ha belőletek előjöhetnek majd. Én azokról a napokról írok, amelyek tényleg azok lesznek, amelyek nem rombolni fognak, hanem emelni. Nem csak kormányt váltanak, hanem rendszert, és nem csak rendszert, hanem világot, amelyek után nem ugyanaz következik pepitában, hanem. Teljesen másik világ, amelyek után valóság lesz, szabadság, világosság, élet, bölcsesség, szeretett gondoskodás, nem másfajta rabság vagy sötétség, amelyek után ragyogás lesz, és nem más árnyalatú komor-szürkeség, amelyeken nem áldozatok töltik ki egymáson a haragjukat, hanem összefognak, és felemelik az elesetteket, és gondoskodnak. Együtt érzek, de nem tudok fél megoldásokért lelkesedni, és nem elégedhetek meg félsikerekkel. Én inkább egész életemben a valódi megoldásról kiabálok, suttogok, énekelek, beszélek. Hiába hazudják majd, hogy szavazni kell, hogy eljött már a jó idő. Írok mellőzötten, tiltólistán, letagadva, elhallgatva, meg sem hallgatva, meg nem értve, csak azért is egész életemben, és közben drukkolok nektek, hogy emberek tudjatok maradni. A szívetekre nézek. Más ideiglenes sallang csupán. A valódi harca a lelketekért folyik. Ne adjátok. Sok százan kérdezték, ezért elmondom. Arany közép oldali vagyok szeretem a népünket. Nem úgy, hogy a többit utálom, hanem úgy, hogy a többit is szeretem. Hazaszerető vagyok. Ezt mások jobb oldalinak is nevezik Mi mifelénként. Kerülöm ezt a kifejezést, de ha már bélyegeznek, akkor inkább ezzel, mint mással. Népünk és élettere a legősibb eredeti gyógyító bölcsesség átörökítő instrumentumai, ezért mindkettőt becsben tartom és szolgálom. Ezt, ahogyan ő ezek, én is más népek boldogulásaért is teszem. Vállalásunk, feladatunk van, melybe beletartozik ellenfeleink felemelése is. Mások azt mondanák, keresztény, buddhista, szúfi, én azt, hogy szabad, egyházi vagyok. Abban hiszek, amiben Jézus hisz, és nem az intézmény hülyeségeiben. Abban hiszek, amiben Mohamed hisz, és nem az intézmény hülyeségeiben. Abban hiszek, amiben butha hisz, és nem az intézmény hülyeségeiben. Stb. stb. Jobb idézőjelben. Jobb ellenére gondolom azt, hogy csak a jobb takarója mögé bújtatott ország tönkretétel folyik, és nincsen, sohasem volt valódi jobboldal mi felénk egyetlen valódi jobb oldal lehetne, az az arany közép oldal. Kereszténységem ellenére gondolom, hogy csak a kereszténység köntösébe bújtatott önös csaló érdekérvényesítés folyik a valódi Krisztusi értékek és elvek sárba tipresával, amelynek több száz éve semmi köze ahhoz, amiben Jézus hisz. Ugyanez a többi vallásra. Vallások feletti ben vagyok. Az élők történelmében vagyok. Nincs jobb és nincs bal, csak egyetlen valós irány létezik, az pedig a befelé, amely a felfelé. Vagy felfelé tartunk, vagy minden más irány illúziója révén lefelé. Egyetlen sikeres és lelkiismeretes és igaz politikai erő létezhet, az pedig már a politika abszolútuma. A szakrális királyság. Egyetlen működő valódi igaz keresztény kormányzási forma létezik, amely a kormányzás abszolútuma a szakrális királyság. Nem sima, nem demokratikus, nem diktatúra, hanem szakrális. A legesleg nemesebb értelmében a szónak nem diktátorral, hanem a legkisebb, legbölcsebb, legszegényebb, legszeretőbb, legszeretetre méltóbb jóságos igaz lénnyel a középpontjában. Olyan aki utolsó, és úgy az első. A jobb és baloldaliság kiterjesedik közös akarattá és nyílt, igaz, valódi közéleté. Társadalom, hírek helyett az igazsággal, intézmény helyett a valósággal, az elmetébolya helyett a lélek valóságával, üzlet helyett a bölcsességgel és szeretettel, fény és sötét helyett a világossággal, lét és halál helyett az élettel a középpontjában. Aki megijed, mert azt nagyjából tudja, mi a királyság, de azt nem tudja, milyen a szakrális királyság, tájékozódjon és nem fog többé megijedni. Aki fél, hogy a múltba jutnánk egy fényes jövő tegyen, csak szintén így tájékozódjon, és nem fog többé megijedni. Nem Ádámhoz újra, hanem a történelem utáni emberré helyesedve. Nem ősemberré válva ismét, hanem a valódi vál lényegővel. Nem a múltba jövőbe tévedve és veszve, hanem a jelent megélve. Nem az elme háborújában tombolva, hanem a lélek világosságát élve és árasztva nem alárendelő, hanem mellérendelő gondolkodásmóddal, nem kiszipolyozva, hanem gyógyítva a világot, így léteznénk, egyenes gerincel, emelt fővel és a főfölé emelt szívvel, magasság feletti mélységgel. Amíg nem ez van, minden csak színház, amelyet élős diek tartanak fenn, és színdarab, amelyet haza és nemzet árulókkal játszhatnak el, Persznyi érdekekért eladnak évezredeket. Minden ebben szerepet vállaló hozzájárul a haza tönkretételéhez. Nem elég a kormányváltás, a rendszerváltás. Nem csupán ezekre van szükség, hanem világváltásra, benső megtisztulásra és visszatérésre az elsődleges értékekhez, a bölcsességhez, a szeretethez, a gondoskodáshoz, a békességhez, a kölcsönös tiszteletadáshoz amíg szavazgattuk a helyet, hogy az erényt helyeznétek a társadalom középpontjába, a demokráciátok egy sosem létezett önáltatás marad, amilyen eddig is volt. Milyen a rendszer felépítése? Az összes kormány nem más, mint Münchhausen by proxy szindróma. A polgárok többsége Stockholm szindróma. Egy kezdő profétának is nagyon könnyű lenne megjósolni a végkimenetelt. Hát engedjétek ki a solymot a kalitkából. A hazát meg kell védeni, de ami itt ilyen néven történik, az épp kiszolgáltatja és eladja azt. A pokol legalsó bugyra azoknak van fenntartva, akik erényt éltetve erénytelenek akik haza szeretetet kiáltva árulják el a hazát, akik Isten zászlóra tűzve hányják arcon a hívőket, és az igazságot, akik Jézusra, Mohamedre, Budhára, stb. hivatkozva csalnak meg népeket. Ébredjetek fel! Nem szavazgatni kell, hanem dolgozni, tenni, hinni, megmozdulni, kézbe, szívbe venni a munkát a kinti színjátszás ellenére a benső ég csillagaira figyelni, és belül megteremteni, megélni a földi mennyet. És azt ajándékul adni mindenkinek, minden embernek, lénynek és népnek. Beteljesíteni az égi és földi feladatunkat, szeretni tanulni és hálásnak lenni tanulni. Nem elég gombokat nyomogatni, tevékeny szeretet kell, tevékeny, gondoskodó jelenlét kell, ha bennetek nincs ország, hívül sem lesz soha. Legelőször bennetek legyen csodálatos és egész az ország. A világ meggyógyítása saját magunkkal szembeni egyenességgel, igazsággal és bensőnkben való rendtétellel kezdődik. Csak meglévő benső bölcsesség és világosság képes bevilágolni, csak benső egészség képes gyógyítani a kinti világot. Azonban nem úgy gyógyíthatjátok a világot, ha gyámoltalanságotokat elvekkel takarjátok, és a népet így kiszolgáltatottá teszitek. Ne gyengeségetekben legyetek kegyesek, hanem erőben kitámadtok sértődöttként, hogy nyerészkedjetek, hogy hiányosságaitokat ne lássák meg, ne tegyétek. Inkább, inkább vegyétek magatokba a lélek erejét, és elengedhetitek a módszereket váljatok kegyessé és erőssé, és úgy gondoskodjatok. Akkor a lét nem csak számotokra, hanem minden nép számára élhetőbbé, egészségesebbé, jobbá válik. A népek barátok lesznek újra, legyenek ismét barátok. Adjátok meg nekem a boldogságot, hogy barátoknak tudhatlak benneteket. Ne felejtjétek, sosem népek árulnak el népeket, hanem politikusok árulnak el népeket. És azt hiszitek, ez a történelem. Tartsatok önvizsgálatot, és tartsatok a valós történelemhez, amely lélekre van írva világossággal, és amely nem a hazugok, hanem az igazak történelme. Történelem utáni megváltott és gyógyító emberként szemlélődjetek és cselekedjetek. Nem térítve, nem beleszólva, de felmutatva, hagyományozva, örökítve, gondoskodva, rendelkezésre állva. Az abszolút igazságnak, amely a való, nincs szüksége térítőkre, térítésre, papokra, nincs szüksége arra, hogy terjesszék, megvédjék. Csak az embereknek van szükségük törődésre, szeretetre, gondoskodásra. Ne legyetek térítők, legyetek inkább testvéreik, és legyetek egymásnak. Minden egyház, amelyben elveszik a szeretet, a gondoskodás, a törődés, a világosság, a bölcsesség, az élet, minden más árnyékában a romlás szerszámává tette magát. Minden ember és más lény, aki a szeretet, a bölcsesség, a gondoskodás, a világosság és élet instrumentumává engedi lényegülni magát, és rendelkezésre áll egy személyben is az egyházak, százházak helyett. A valódi egyház. Mindegyik politikai szereplő báb, minden színdarabjuk kábítószer. Nem értetek dolgoznak, hanem azért, hogy fenntartsák azt a rendszert, amelyben a mögöttük állók kiszívhatják a véreteket. Nem bért kapnak, hanem harminc ezüst pénzt. Minden kormány kirakat és minden mögöttük álló család, cég, szervezet, intézmény, a kizsákmányolótok, meg! A részletektől forduljatok az egész egyfelé, a hülyeségtől forduljatok a valós és igaz felé, a kibúvástól a vállallás felé, a megosztottságtól a közösség és egység felé, Legyetek félős masszából néppé, népből nemzet, és a nemzetek barátokká. Ne lássatok egymásban ellenfelet, hanem csak a butaságban. Azt pedig összefogva tudjátok elhagyni, és egymásról gondoskodva, bölcsességbe, szeretetbe teljesedve feloldani, és a teljesség árasztásával elűzni. Teljesedjetek az elmettébolyából a lélek valóságára. Arról ismerjenek benneteket, hogy a bölcsesség, a szeretet, az élet és világosság családja vagytok. Aki ehhez a családhoz tartoztatja magát, azt arról ismeritek fel, hogy bölcs, szeret, gondoskodik, igaz, és a világot nem megítéli, megméri, hanem gyógyítja. Ne féljetek! A próbatételeket ki kell állni, a feladatot be kell teljesíteni, a munkát el kell végezni, a tanulnivalót meg kell tanulni. Viseljétek méltósággal is, vegyétek kézbe a gyeplőt. Nem mások hibáinak elemzésébe veszetek, hanem saját erényeitek pallérozásával foglalkozva emeljétek fel magatokban a világot. Szeretlek benneteket, és hiszek bennetek. Hadd lehessek rátok büszke még ebben a létemben. Hallá de műztáj. forradalomról beszéltek, pedig van. Hasonlatosak vagytok a beteghez, aki viccesen kérdezi. Doktor úr, ha felépülök, tudok majd zongorázni? Persze, válaszol a doktor. Az jó, mert eddig nem tudtam. Így hangzik a hasonlata teljes közéletről. Mátyás király halála óta. És a jegyzőkönyvnek legyen szólva, Hát mi kell egy forradalomhoz. Zsarnokság, megelégelés, szervezettség, vezetőség, végrehajtók, a megfelelő emberek a megfelelő helyükön, ráhangoltság, a megfelelő pillanat, alternatívák a jobb társadalomra, új élet megszervezése, megvilágosodás. Ez volt ez egyes vázlat. A kettes vázlat egyszerűbb. Mi kellene hozzá? Megvilágosodás. Ki az ellenség? Nem egy náció, hanem egy mentalitás, egy felfogás. Ha van a zsarnokságnak arca, akkor az a politika. Ha van fegyvere, akkor az a kamat, a hitel szíve nincsen, és ha lenne eszen, nem tenni, amit tesz. Mert tönkre megy a világ. Nem egy nép, nem egy ember az ellenség, hanem a tudatlanság, a vágy, a félelem ha a forradalmat, amibe ugye belecsöppenünk, és mondjuk már benne vagyunk, a bölcsesség forradalmává transformálhatjuk, akkor győzhet, amúgy elbukik. Megvilágosodásunk ellenségei önmagunk vagyunk, és mi is csak időlegesen. Feltehetjük a kérdést, van-e békés forradalom? Ha nem a mellette állót ütöd, hanem Mondjuk a gólemet szomorítod. Viccelek vagy nem viccelek. A bölcsesség, a szeretet, a szolidaritás, a barátság forradalma az egyetlen békés és az egyedüli győztes forradalom. Ha veszít is győz, ha elbukik is nyertes. Ennél több a megvilágosodás, annál több a nagy megváltáshoz önmagunkat adás, a nem cselekvésben a szándéktalanságban kik legyenek a forradalom vezetői, miközben újra hangsúlyozom, hogy a forradalom fölösleges, hiszen az emberiség szabadság harca a valódi. A forradalmi tanács legyen a vezetője, bizotmány amelynek alapítása igencsak szükséges. Fegyveres forradalomhoz stratégiák hadvezérek kell ennek, akik jó szívűek, de amikor tenni kell, nem tétováznak. Igazságosak, de határozottak. Hallgatnak másokra, de képesek döntéseket hozni. Nem támadnak, de védőként kiválóak és önfeláldozók, példamutatók, tiszteletre méltók. Tiszteletet vívjanak ki, és ne félelmet. Kitartó, okos, erős, elhatatos, meg nem törhető emberek legyenek. Mindannyian egyet, jót akarjanak, és képesek legyenek együtt dolgozni az ehhez vezető utak összehangolásában és az azokon járásban. Kerüljék a harcot, de ha a harcban találják magukat, ügyesek legyenek. Magukat másokért tétovázás nélkül adják. Aki az élen áll, mindenki másért is felel. Aki utcai harcos és a maga nevében hal meg, az csak a saját döntéseért felelt. De aki milliókat visz van, annak pámenyország. Mit gondolhat egy vezető? Így is, úgy is meghalunk, amennyet meg szívesen adjuk másoknak. Ha arról szólna, hogy mit szeretnénk, azt mondanám, menj bolygót, újabb aranykorral, szeretet, bölcsességet, harmóniát, de ez nem arról szól, hogy mi mit szeretnénk, hanem menni kell, és menni kell. Ha oda kell adni mindennünket, odaadjuk. Ha hazahívnak az ősök, hazamegyünk. Cserébe elvárnám, hogy alkalmas sereg hívjon el az alkalmas időben. Ezt mondaná. Békés forradalomhoz elmondhatatlan, hogy ki és mi kell. Jézus Butha, Gandhi, Szent László király és az, hogy a nép minden tagja egyet akarjon békében, szeretetben valamint tegyen is érte. Amíg élek, azon leszek, hogy békében, a bölcsességre törekedve és azt örökítve szeretetben, még ellenségeimet is emelni igyek, főn munkálkodjak. Legvégső soron azt mondhatnám, hogy egyedül megvilágosodottak tudnának végső győzelemre vinni egy forradalmat, de ők már nem ebben élnek megvilágosodottak, vezethetnek minket csupán, de mi állandóan pitián ervágy dolgainkkal traktálnánk őket, és nem mennénk arra, mutatnak. amerre mutatnak. Amire nem megvilágosodottak vezetnek, arra nincsen út. Most kik lehetnek a lebonyolítói? Ha vannak-e jó szívű harcosok, mert akkor ők Szörnyű káoszba szokott torkolni a hadi állapot, mindenki állattá változva a hozzá legközelebb állom, bosszulja meg a sérelmét, vagy éli ki az állati gonoszságát, és nem a magasztosnak mondott célokra koncentrál. Örjöngő démonsereg tombolásává válhat a szebb célért induló harc. Arancsoló vezetés kell ahhoz, hogy ne történhessen kegyetlenkedés, és jó szívű forradalmárok serege ahhoz, hogy a valódi célért legyen a küzdelem, nem másért. A lovagok kell ennek, személyenként úriemberek hadserege. Ha össze-vissza emberek a lebonyolítók, annak kín, halál, bukás. Ilyesmi a vége. Meditálhatunk azon ki is a harcos. Ki a katona? A katona parancsot teljesít, a harcos viszont felülírja azt, ha etikátlan. A katona túlél, öl, szót fogad, a harcos segít és ment. A katona, ha győz is halott, a harcos, ha meghal is él. A katona bűneit a felettesei viselik, ha viselik, a harcos önmagáért felel. Ennek okán Végig gondolhatjuk, a harcos akkora áldozatot vállal, hogy a legnagyobbak közé illik, mert lemond a mennyország reményéről is, hogy másoknak menjük lehessen. A katona nem tud, és végrehajt. A harcos minden tudása, jószívűsége, becsületessége mellett áldozza fel minden földi és égi reményét, hogy megvédjen másokat, és segítse az ősök által ránk hagyott helyőrség megóvását. Musashi Miyamoto nem véletlenül tudta megírni az öt gyűrű könyvét. Zrínyi Miklós nem véletlenül volt viráglovag, Szent László király nem véletlenül volt hadvezér és szent. Nem lehet kétfelé osztályozni a dolgokat ezen a világon. Minden árnyalatot is ismerni kell a megértéshez. Végtelen árnyalat, végtelen kombináció van mind az érzelmek, mind az ismeretek, Mind a minőségek, mind a szándékok, mind a tettek, mind a gondolatok, mind a szavak területén. Csak az Isten tudja, látja, hogy mi micsoda, ki kicsoda valójában, és azok, akik Istennel, Istenben járnak. Ha a forradalom lehetséges lefolyásairól beszélünk, egy kocsmai beszélgetést hallgatva ilyeneket hallhatunk: szolidaritás, virágsztrájk, átáll a hadsereg átáll a rendőrség, bank, bolykolt. Egy napon az ország egyszerre kiveszi a pénzét a bankokból és elégeti azt. Egy napon az egész ország nem megy többé dolgozni, másik napon nem vesz bérletet jegyet, nem utazik semmivel, hanem gyalogol. Mindenki egyszerre egy évre beteget jelent, harmadik napon nem vesz gyógyszereket, negyedik napon nem vásárol egy hónapig semmit, csak kenyeret és tejed, és azt is a falusi termelőktől nem fizeti a számláit, nem fizeti a hiteleit vissza, kilép a zsarnokok játékából, és saját életét kezdi élni. Minden ember beperli a fedet, elállni a határátkölőket, és csak kiengedni be, nem engedni embereket, lelőni egy-egy politikust, hogy érezzék, nem tehetnek meg bármit a néppel, tönkretenni a beavatkozó érdekek játékát bármi áron, Fene tudja, miket gondolnak még az emberek erről, de ezeket szokták emlegetni. A szolidaritás nagyon szép dolog lenne, a többiről hatástanulmányt kellene készíteni, de sejtem, hogy fél megoldásnak bizonyulna minden, amíg lokális, és nem globális szinten történne meg ölni, meg bűn. A mondandóm az, hogy egy ország sosem érheti el a célját, ha mégis úgy látszik, akkor bevitték a málnásba. Mert túl kicsi a világzsarnok apparátussal szemben. Csak is akkor győzhetünk, ha az egész emberiség egy időben teszi, amit kell. Mi kell ehhez? Egyszerre legyen elege az emberiségnek. Egyszerre tudja, hogy mit kell tennie egyre járjon az agya, a szíve és a vezetői összehangoltak legyenek, összevont műveleteket hozzanak létre. Egy időben legyen ráhangolódva, hangulatba hozva és tájékoztatva az egész emberiség. Egyszerre történjen minden az egész bolygón. Mihelyt meg tudják oldani mindezt, azonnal kezdhetik a forradalmat. Ha ezek a feltételek nem adottak, csak nyőszörgés lesz a vége. Mert itten kérem, manipulációról van szó. Ha a zsarnokság csikar ki forradalmat, hogy leverhesse és megtorolhassa, az manipuláció. Tényleg forradalom, elforradalom. Nem árt megbizonyosodni erről. Aztán, ha egy igazi forradalmat idő előtt vagy időn túl, és nem a megfelelő pillanatban kezdenek el, elbukik. És ezt általában beépített manipulátorok idézik elő konfliktus kicsikarása A népcsoport és B népcsoport között. Ának öltözött, költözött k vernek, ölnek béket. Hogy ág, és bék egymásnak essenek, és c ezt felhasználhassák ellenük. Egész kormányok zuhannak le repülőgéppel, egész vonatokat sikratnak ki egy eltüntetendő miatt. Idézőjelben balesetek történnek itt-ott a háborút nem fegyverrel, hanem pénzzel, csalással, manipulációval vívják. Amíg az emberekre hat a pénz, nem nyerhetnek csatát. Amíg az emberek nem elég bölcsek ahhoz, hogy felismerjék a hazugságot, nem nyerhetnek csatát. Mindig az árulókon bukik el minden. Egy módon veszíthet a gonoszság, ha a jók bölcsességükben tündökölve kiállnak a gonoszság játékából, és leperegnek róluk a gonoszság dolgai, ha a jóság értékrendje szerint kezd élni az egész emberiség akkor a gonoszság értékrendje másik világba kényszerül át, szolidaritás, szeretet, bölcsesség, barátság vihet a jóságba. Mitől bukhat el, mitől győzhet egy forradalom? Elbukhat az említett manipuláció sikerétől, Lássuk, még elveszik a munkám, a nyugdíjam, meg zsarónak, a családom megölésével, mondja az egyszerű ember, és inkább hagyja, hogy maradjon a rabszolgaság. Rövid távú haszonért elad évezredeket, támogatásoknak álcázott átverésekért, és kicsinyi kényelmetlenséget sem vállal a hosszú távú jóért cserébe. Nincs meg a testi kondíciójuk, kifulladnak egy lépcsőzésnél. Hogyan akarnak harcolni? Ha egyáltalán nekiállnak egy forradalomnak, az esti filmre már otthon akarnak lenni. Csak az kezdjen el valamit, aki végig kitart és életét adná, különben csak még nagyobb pusztulást vonz be a gyengeségével. És ha nem mindannyian ilyenek, és nem az egész emberiség ilyen, akkor ne számítsanak győzelemre. Egyetlen győztes forradalom létezik a szellem és lélek forradalma. A mesénkben a bolygónk neve az lesz, hogy mi. Ez előemelkedik a világtenger felszíne fölé, és tündökölni kezd a fényben. Ha mindenki bölcsé válik a min, akkor a butaság nem irányíthat többé. Ha mindenki világosságá változik a min, akkor a sötétség nem vehet erőt rajtunk, és máshová kényszerül. Ha mindenki életté lesz, és kiáll az életellenes hatalmak játszmaiból, akkor a gonoszok egymással lesznek kénytelenek játszani, és kihalnak, mert éjségükben egymást élik fel. Ez az egyetlen lehetőség a győzelemre. A többi csak tudatlanságban, lelkiismeret boroggató hősködés közben elkövetett gondatlan veszélyeztetés. A Krisztusság a győzelem. Másról csak terelés, minden beszéd. A vázlatban volt az új élet megszervezése pont is. Talán a legfontosabb szegmens egy forradalom során. Hiszen ha győz is a forradalom, de utána minden ugyanolyan módon megy tovább, mint előtte, akkor nem, hogy semmi értelmet sem adunk annak, hogy volt egyáltalán forradalom, hanem életeket szórunk ki hiába az ablakon. Már a forradalom előtt tudnunk kell, hogyan fogunk másként élni. Nagybetűvel másként és nem utána kell kitalálnunk azt. Ha az új életünk is kölcsönökből lesz finanszírozva, és politikusokra, bankárokra lesz bízva, akkor bele se kezdjünk semmilyen harcba. A kitűzött cél a más élet, valóban más kell, hogy legyen különben, hiába való kapálódzás az egész. És ahogy már mondtam, csak tudatlanságban, lelkiismeret borogató hősködés közben elkövetett gondatlan egymást veszélyeztetés. Hát mi számít győzelemnek és mi vereségnek? Meghalni még nem vereség, életben maradni még nem győzelem. Kitartani a bölcsesség örökítésében, magunk és mások felemelésében, szeretetté, világosságá, életé lenni, győzelem akkor is, ha... A körülmények rosszak maradnak, vagy ha elveszítjük a testünket. Életben maradni jó módúan, de közvetve, nem beavatkozva, nem járulni hozzá a világ felemeléséhez vereségnek számít. Nem egy korszak, nem egy körülmény számít vereségnek vagy győzelemnek, hanem a lelki-szellemi minőség alacsony vagy magas foka. Nagybetűvel emberé válni, bölcsességben, szeretetben, barátságban, egészségben és az emberiséget is, ehhez segíteni, miközben minden más lényt és bolygót is segítünk, az a győzelem. A forradalmaknak kevés értelmük van. Hatástalanok. Ne legyetek katonák, ne legyetek forradalmárok, hanem szabadságharcosok. Azok pedig akkor vagytok. Ha a valódi szabadságot vívjátok ki, és nem csak magatoknak, hanem arra segítitek az egész emberiséget. Hogyan akartok gyógyítani, ha a szorongást nem oldjátok fel, ha a halálról nem mondjátok el, hogy az csak a születés párja, és nem az élet ellentéte? Hogyan gyógyítotok, ha nem értitek? hogy fontosabb az embereknek a szeretet, mint az ismeret. Szeressetek, törődjetek, úgy gyógyítsatok, ne férjetek, ébredjetek, úgy gyógyítsatok. Legyetek vigasztalók a Szentlélek által, ne hencegjetek a jeles, erényes, hős őseitekkel, hanem várjatok magatok jeles, hős, erényes őseivé a jövő nemzedékeknek. Hogyan gyógyítanátok, ha nem tudjátok, hogy az üdvözüléshez nem az érdemek vezetnek, hanem az ébredettségi mérték, a valós minőség, a benső állapota. Ha a benső a pokolhoz vagy a földhöz tartozik és abba illik, akkor nem teljesül mennyi. Ha a benső a mennyet valósítja és éli, már a Földön is, akkor mennyi teljesül az égben is. Az egy élő abszolútum a szíveteket látja, és nem azt nézi, mit beszéltek, mit mutogattok magatokról a szívetek helyett. Tegyétek nyíltán nyitottá a zárt rendszereket, szabadítsátok fel a lényeket befelé, fölfelé a bölcsesség és szeretet által. Az égi kegyellem elfogadása, és megbecsülése által. Legyetek teljességgel jók a hálában. Aki képes a hálára, képes a szeretetre és gondoskodásra is. Minden tézis és filozófia és vallási dogma értelmetlen, ha nem mutat önmagán túl a világ gyógyítására és a szeretetre. Így választhatok tanítót, tanítást, vallást, vezetőt, elvet, égiszt, célt, világnézetet. Előlépek, és kihirdetem: álljatok felelőttem, és tartsatok fantáziaversenyt! Képzelet meg mérettetést! Ki tud a legcsodálatosabban, legteljesebbre, legértelmesebbre, legérdekesebbre gondolni? Ki tud a legszebbre, legjobbra gondolni? Ki tud a legvarázslatosabbal előállni? Ki képes? Képes és képes! A legtökéletesebb világ imaginációjára és elhívésére és megélésére és kivetítésére. Láthatjátok, ha megpróbáljátok, mire képes a képzeletetek. Hogyan akartok csodás korszakot magatoknak és a lényeknek, ha folyton hagyjátok kizökkenteni magatokat, ha alvás és álmodás közben is mindig a földön maradtok? Szembesültök vele, ha a képzelet megmérettetést tartotok, hogy korlátoltak vagytok abban, ami elvileg a legszabadabb bennetek. Hol van hát bennetek a szabadság, ha még? ami bennetek a legszabadabb lehetne, azt is beteggé engedtétek tenni. Hogyan válhatnátok tökéletesekké, ha imaginációtok középpontjába elképzelni sem tudjátok, mit helyezzetek? Még néha aki a tigris évében született, hogy tanuljon, gondoskodjon, hogy az egész ország és minden nép testvérévé legyen, most kihív benneteket, Mindenek előtt egy képzelet megmérettetésre egymást emelendő. Kívánom nektek, hogy a versenyben győzedelmeskedjetek mind, és a világot tisztának, egészségesnek, élőnek képzeljétek, magatokat a legcsodálatosabbként, megvilágosodottakként, bölcs, szeretetlényekként, gondoskodó, gyógyítóként, boldog, kertészekként, világosságot, életet, egyet, Végtelenként, örökkévalóként, minden tudóként, minden hatóként megélni, átélni, fogadni, árasztani tudóként és árasztani képesekként legyetek képesek elképzelni magatokat és egymást. És ezt meg is tudjátok teremteni magatokban, magatokból a külvilágban is. Álmodtam az éjjel. Egy sziklás vidéken, jurta táborban éltünk a törzsel. Született egy zöld csitkó. Akinek a lova szülte, az lekötözte, és vízbe akarta folytani, mert zöld volt. Már el is kezdte folytani. Nekem ez nem tetszett. Meg akartam menteni a szenvedéstől, Ám kötöttek a törvények. Nem az én csitkóm volt, így körbe kérdeztem, ha lebököm karddal, hogy ne szenvedjen, akkor vétek el a törvények ellen. Mondták, hogy szerintük nem, mert amúgy is meghalna. De nem tudják ezt biztosan, mert nincsen a falunak igazi vezére, aki ezt megmondaná. Ekkor úgy döntöttem, hogy vagy leszúrom, vagy ha tehetem, elkötöm, és nem érdekel, hogy ki mit szól. Majd leszek én a falu vezetője, és akkor kihirdetem, hogy az ilyen csodák közös tulajdonba kerülnek. Egy zöld ló nem lehet egy emberé, hanem a közösségé. Ekkor fogtam a kardomat, és neki indultam, hogy a vízből, a köteleiből kivágom a csitkót, erre az már nem volt ott. Könnyeztem, hogy látjátok, az ég zöld csitkót küldött nektek, és ti megsértettétek, nem érdemeltétek meg, és így elmehetett vissza az égbe. Pedig segíteni jött nektek, de ti gonoszak voltatok inkább. Aztán elmentem sétálni a falunk kívüli sziklákhoz, és ott megláttam a zöld csitkót egy barlang szájánál. Engem várt. Nem tudom, mi lett utána, mert megébredtem. Akik fantáziaversenyt tartottak és rádöbbentek rapságuk mértékére, hogyan is ítélkezhetnek a szabad tudatúak felett ők nem fogják tudni felülírni és megváltoztatni a jóslatokat. Akik viszont az elmehazug műsorának képei és hangjai közül feleszmélnek a lélek igazi világosságára, és tudatuk szabad, képesek arra, hogy szavaikkal, felmutatásaikkal, tetteikkel és nem cselekvésükkel erőt és bölcsességet ajándékozzanak a többieknek is ahhoz, hogy a jóslatok által jövendőlt rosszat jóra válthassák, és a jövőt a bekövetkeztéig a lehető legcsodálatosabbá alakítsák. Az emberiség feladatot teljesít. A karma nem büntetés lényegű, hanem a feloldásból ért. A képzeletverseny legkiválóbbjai képzeljék el, miért jön rossz és miért jó, és mikor, hogyan, miért jön feloldás és szabadulás. A jó és a rossz következmények. A szabadság és feloldás is Aranyközép pedig az eredet alapállás, az igazi természetünk. Nem érdemek, nem ismeretek, nem jó pontok, nem címek, nem nevek, nem posztok, nem rangok, vagy vagyon, nem külcsín, nem eljátszott szerep és eljátszott jelleg alapján üdvözültök. Nem ezek alapján váltok mennyi, és éritek el a feloldást, a teljességet. Az egy abszolútum élet és világosság nem a látszatra tekint, hanem a szívetekbe lát. A tettek mindig szándéktól minősülnek, a szándékok pedig a minőségetek szerint keletkeznek. A minőségetek pedig az ébredettségi szintetek, a szeretetetek, bölcsességetek, lelki érettségetek szerinti. A karma nem áll bosszút, nem büntet, hanem tanít. És addig tanít, amíg olyanokká nem teljesedtek, akik már nem követik el ugyanazokat a bűnöket, amiket addig ti, kik a képzeletversenyben versenyben jeleskedtek. Lássátok, hogy a karma elmaradt tőletek, ha az emberi nem dolgában jelesek vagytok, ha a próbák kiállásában kiválóak vagytok, ha a teljesedés, emelkedés, igazulás, világosodás útján valós léptekkel jártok, ha a szeretet és gondoskodás másokat közvetetten emelés is. Világgyógyítás ügyeiben kitartotok és iparkodtok. Elmaradt tőletek, ha megértést, bűnbocsánatot, megbocsájtást, bölcsességet, jóságot, szeretetet tanúsítotok. De leginkább nem akkor és attól marad el, ha ezeket csak eljátszátok és mutatjátok, hanem ha a szívetek. Világosságából, teljességéből, jóságából, szeretetéből, bölcsességéből fakad mindez. Valójában. Ami a karmát feloldja, az nem a jó színészet, hanem a valódi ébredettség. Nem a látszat, hanem a lényeg. Nem mennyiség, hanem a minőség. A tökéletes minőség aki magában az elemeket, bolygókat, minőségeket egyéterjesíti, a szeretet és hála maga, a gondoskodás maga, a világosság és élet és abszolútum egy azonosságában élve élő és éber, valamint az elmetébolyából a lélek valóságába helyezte tudatát, és onnan szemlélve csodálkozik és emel, azt a karma nem érinti többi. Megérteni, megragadni, megbocsájtani, önvizsgálatot tartani, bűnbocsánatot tartani, elengedni. Ezek a feloldás, feloldozás alapjai. Bölcsességre szert tenni, szeretni, az elméből a lélekbe teljesedni, világosságá életté azonosulni, kis énjeinket a való nagy énné szabadítani, ezek pedig az ébredésünk alapjai. Ébredésünket és boldogulásunkat követően a nagy szabaduláshoz segítségül adni és közvetetten gondoskodni, ez pedig az Istennel harmóniában működés alapja. A karma nem büntet, hanem tanít, és feloldásával elmaradhat. Teljesítsd az ember dolgát, állt ki az ember próbáit, légy lény, és nem lesz dolga veled, amíg ilyen vagy. Csak is üres kézbe adnak mindenséget. Csak a legnemesebb tiszta nyer valódi látást, csak aki nem varázsol, az varázsló. Csak aki nem árt, az hatalmas, csak aki szeret, az mindenható, csak a jóság nyugodhat az örökkében, csak az örök jelen nyugodhat a végtelenben, csak a gyógyító részesülhet világosságban és abszolútum egy élőben. A tolvaj haragudni fog arra, akit meglopott, mert emlékezteti a bűnére. A bűnös bántani, rágalmazni, üldözni, utálni fogja, aki ellen bűnt követel, mert folyton emlékeztetni fogja arra a puszta léte is, amit ellen elkövetett. Személyek és országok és népek ugyanígy vannak. Az ember lop és Tolvajt kiált, öl és gyilkost kiált, csal és csalót kiált, vét és nekiáll följebb. Bánt, és még ő üldöz, és hazudtól, és gyűlöl. Kölcsönt kap, és eltűnik, hogy ne kelljen megfizetnie. Elfordul, nem ismer meg, ne kelljen szint vallania. Ekképpen fordultok el a daltól is, a verstől is, a profétáktól is, de még az élőtől is, hogyha nem néztek oda, nem kell szégyelnetek magatokat, ha nem halljátok meg az igéket, nem fogtok tartozni azok betartásával. Pedig az élő elsődleges törvényeit életre váltani. Úgy is kötelességünk, ha sosem hallgatunk meg egy tanítást sem, mert emulasztás által szenved a világ. A mi a törvény nem tudása nem mentesít a törvény alól. Nem a törvény nem tudása a bűn, hanem a hitvány létezés, amely a nem tudás következménye. Keressék és szomjazzák az igazságot, a szeretet igéjét, akik nem akarnak az enyészettel elenyészni. A Szentlélek nem diktál, csak sugall és gondoz. Aki tolmácsolja az üzeneteit, annak személyiségén szűrődik át a tiszta üzenet. Boldogok lehettek, ha jóságos, tiszta, szerető és igaz személyiségen átkaphatjátok meg. Azonban, ha ti pedig tolvajai vagytok, azért megvetitek, kerülitek, ellehetetlenítitek, rágalmazzátok, kinevetitek, nevetség tárgyává teszitek, bemocskoljátok, hogy ne kell ilyen bűneitekről megemlékeznetek, akkor magatokat sűjjeztitek mocsárba, magatokat fosztjátok meg a szabadságtól és Istentől. Ha így tesztek, büszke rabok maradtok, és felgyújtjátok a börtönötöket. Ha felgyújtjátok, benne égtek. Így pusztítjátok a világot, és így pusztultok vele. Amíg azt játszátok, hogy nem halljátok a dalokat, miközben csak nem akarjátok bevallani, hogy nem értitek, amíg azt játszátok, hogy az énekes énekel rosszul, a költő beszél rosszat, a proféta mocskos, az égi király mesebeli, az Isten pedig csak képzet, és ezzel a módszerrel akarjátok megúszni és megspórolni a számvetést, hitvallást. Megtérést, számodást, vetést, aratást, színvallást, beismerést, önvizsgálatot, megbocsátást és bűnbánatot addig ti maradtok a világ betegsége, vírusa, halála, és magatok is elenyésztek végül, ha ilyenek maradtok. Akik azokat bántják, akiktől ajándékot, segítséget, adományt, jót kapnak, a legaljasabbak az élő előtt akik a szeretetet és a jóságot hazudtolják meg a helyet, hogy megnyilnának annak és maguk lennének az élő törvényé szeretetté jósággá, és ezzel az életet árasztanák, és nem az élet ellenes nemtelenséget, a legaljasabbak az élő előtt. Hogyan is bújhatnátok sűrűség mögé a legfinomabb elől, sötétbe fénybe a való világossága elől? hazugságba az igazság valósága elől, nézésbe a látva látás, létbe, halálba az élet elől, tompaságba, tunyaságba, tettetésbe az abszolút bölcsesség, minden tudás, minden hatóság elől, és lustaságba, érdektelenségbe, önáltatásba a teljesség elől nem tudtok elbújni. Nem a menny száműzi és zárja ki magából a poklot és az embereit, hanem a pokol és emberei zárják ki és száműzik egymást és magukat a mennyből. Nem a végtelenség és örökkévalóság zárja ki magából a tompákat és bűnözőket és mulasztókat, hanem ők zárják el magukat a végtelentől és örökkévalótól. Az értetlen, süketet és vakot játszók zárják, szigetelik el magukat a szabadító bölcsességtől, az egy élő abszolútum igazságától, igéjétől, és nem ő őket. Az ember és altatói szigetelik el a tudatát a lélek valóságától, és vezetik, veszélytik, kötik, ejtik fogva az elmetébolyának illúzió világaiba, és nem az élő egy abszolútum. Akik azt hiszik, hogy van szabadság az élőn kívül, van boldogság szabadság nélkül, van szabadság szembenézés, feldolgozás és feloldás nélkül, van feloldás bűnbánat és megbocsátás nélkül, van megbocsátás szeretet nélkül, azok becsapják magukat és tévúton tartanak másokat is. Mi a szabadság? külön nem vagyunk az, együtt nem vagyunk az, egyként az vagyunk. Részleteiben nem vagyunk az, részleteinkben nem vagyunk az, teljességében vagyunk az. Az elme csak illúzió a szabadság, a lélek világosságában teljes, egy örök végtelen világosság és élet. Egy abszolútum ezek pedig az útjai. Lineárisan is, vertikálisan is, a megértés, megélés, elengedés, kiteljesedés, beteljesedés, azonosság. Megbocsátás, szeretet, gondoskodás. A jelei pedig a felszabadult lény megeső szíve, a többiek szabadulásáért gondoskodón visszafordul, be nem avatkozva gondoskodik. A célja minden éber az egyben, az egy éber mindenben, és élve él, gyönyörködve gyönyörködik, szeretvén szeret. Az említett út minden pontjáról másként gondolkodhatok. Nem a gondoskodás ereje és mennyisége, hanem a minősége számít. Az egyik rászoruló a másikat, a vaka világtalan, bűnös a bűnöst is csodással megsegítheti. Kiki -ki a tőletelhető kicsi segítséggel. Megteszi, amit tud, amit lehet. Egy néni egy forintja többet ér, mint a gazdag aranya, mert a néninek az minden vagyona, a gazdag pedig a fölöslegét adta. Így szólt az élőige, A legnagyobb segítés is keveset ér a ha nem szeretetben történik de a legkisebb segítés is sokat ér a mennyben, ha szeretetben történik. A leges, legnagyobb segítés pedig, ha valakit a tanítás szentségében részesítenek, mert annak a felszabadulás és felszabadítás misztériumát, lehetőségét és felelősségét ajándékozzák. Aki eme tanítástól elfordul magának át és azzal a világnak, hiszen megtartja magát a romlás szolgájaként. Aki elfordul a mennytől, magát választja el tőle, belőle, és másokat is visszatart belőle, azt hazudván, szégyenében, hogy nincs is menny, nincs is tanítás, nincs is Isten. Akik mulasztásból, lustaságból nem mennek be az aranykapun, és másokat is elaltatnak, hogy azok se szabadulhassanak, a gyilkossággal egyenértékű bűnt követnek el az ilyenek nem ismerik be, hogy létezik Mennyország. Nehogy rettegniük kell attól, hogy van pokol. Csak is az egy élő világosság abszolútumban van szabadság. Az életben, és nem a létben vagy halában. A világosságban, és nem a fényben vagy sötétségben. Az igazságban és bölcsességben, nem az okoskodásban a lélek valóságában, és nem az elme a szeretetben, és nem a variálgatásban és érzelmeskedésben, vagy érzelemmentességben, érzéketlenségben, a megbocsátásban, és bűnbánatban, és hálában, nem a keménységben, és kevéségben, a gondoskodásban, és nem az üzletelésben, az aranyközében és nem az ellentétekben, az összetartozásban és nem a különbségekben, az összetartásban és nem a széthúzásban vagy megosztásban, az értelmesé nem mesítésben és feloldásban van, és nem a bonyolításban, összekeverésben, megkötésben, tompításban, intrikában, háborúskodásban a benső békességben van, és nem kinti békében vagy háborúban, győzelemben, vereségben. Minden lény szabadságharcban esik el, csak kevesen tudnak róla, és ezek közül is alig vannak, akik elérik a szabadságot. Mindenki elnyerte az égkegyelme által, de kevesen érik el azt a kegyelem elfogadása és a feloldás szeretet teljes sénemesedés által. Mindenki meg lett hívva a menyegzőre, de csak kevesen vannak, akik vőlegényi és mennyasszonyját teljesednek és meg is ülik a menyegzőt. Kicsik az egyházak, csupán száz házak, válságban vannak. Kicsik a száz házak a vallások felettihez. Porciózzák és eladják nektek, amit az illi ingyen kegyelemből adott. Visszatartják az igazságot, hogy uralkodhassanak rajtatok. Nyerészkednek, hogy hatalmuk legyen a népeken, és ne szeretetük és áldó szívük. Előbb elvesznek, és csak hányadát adják vissza. Pedig az apostoliak rájuk bízták a népeket, hogy gondozzák, gyógyítsák azokat, és világosságra, bölcsességre, szeretetre vezessék. Mert furcsa a üzem az ember. Ő maga okoskodást akar adni szeretet helyett de számára a törődés és a szeretet a legfontosabb, azt akarja kapni. A végidők feszültség teljesek. Az idő vonaglik és tombol, mert felismerte, hogy örökké és végtelenné kell teljesülnie. Az örökké valóság és végtelenség pedig szeretettel várja vissza haza. Amikor kinyilatkoztattam, átállt az agyon metsző egyenesre, kertelésmentesre, kegyetlennek is tekinthetnénk, ha nem a szeretet jegyében állna. Amikor az örökké való minden dalt tud, de egyet énekel éppen, a zenéket az időben hangonként, szavanként hallom, de amikor az örökben látom, akkor egyben értem őket, teljességükben, egyszerre. A mondatok dolgok írása közben Alig választ el valamit tőlük a leírásuk, a szavaik maximum. Néha azok sem, mert úgy írok, ahogy más olvas. Nem látom a betűt, csak amit írok, azokat a dolgokat látom, amikor az van előbb, amit leírok, és csak azután a betű, amit nem is látok, akkor semmi sem választ el attól a valótól, amit leírok, és ez nagy feszültségű létezés. Amikor az elmében elhisszük az idő illúzióját, a zenéket végighallgatjuk. A figyelem mozdulatlan, a zene úgy hisszük mozdul. Amikor a lélek valóságában élünk, a zenék állnak, és teljesek, és a figyelmünk egyben is átélheti, de bármelyik részletében is megélheti azokat. Az idő nem valós, csak az elmében létezik hogy a tudat fölfogja az örökké helyett a lassúságot, a teljesség helyett a gyorsaságot, a végtelenség helyett a viszonyokat. Az idő csak az elmében létezik. A lélek örök, az örökké valóban. Amint az idők véget érnek, az ismert világ véget ér, azonban nem megszűnik, nem összedől és elpusztul, hanem valósággá szabadul és teljesedik az idők vége nem a vég, hanem az örökké valósággá azonosulás. Az idők nem a semmiben érnek véget, hanem az ürességben. Az üresség pedig nem semmi, hanem mindenség és teljesség. Kicsik ezek a vallások. Nem lehetek a papjuk, hanem én a vallásokon túli feletti papja vagyok kicsik ezek az országok, én az országokon túli országok felett tié vagyok. Térjetek vissza az életös fényére, és eszméljetek, szeressetek, gyógyítsatok. Kicsi nekem a romlottak történelme, én a gyógyítók és élők történelmének a részese is alakítója vagyok. Éljétek ti is a sötétség történelme a világosság történelmét, és szellemítsétek, lelkesítsétek át a világot. Milyen a jó akarat a tompaságban és a szeretet a tompaságban? A tompaságban a jó akarat is okozhat kárt. Ám a szeretet abban is csak gondoskodni fog emel, emeli árasztóit és fogadóit egyaránt. A jó akarat önmagából ad és mérgez, elfogy. A szeretet az egyből ad, és gyógyít, emel, kiterjesít, gondoz, gyógyul, épül, teljesedik maga is. Közönyből, vallásba, abból hitbe, abból tudásba, abból bölcsességbe, abból megélésbe, abból szeretetbe azonosulás. A felszabadulásig a tőlünk telhető szeretetben gondoskodás a felszabadulást követően a teljes szeretetben gondoskodás. Az egyik a kicsiny tette ki, a másik a bölcsesség ajándékozása. Közben lehet bármi, ami a mások szabadságát nem korlátozza. A vallások felettiben van az igazság, az országok felettiben van a királyság, a fényen túliban van a világosság, a tudományon túliban van a bölcsesség, a nézhetőn túliban van a valóság, az időn kívül van az örökké valóság, az elmén túl van a lélek és a végtelen. Cselekedjetek bár kevés, kicsiny, tőletek telhető jó tetteket, sokat érnek azok, amennyiben, ha szeretetben cselekszitek. Cselekedjetek nagyra törőn és győzzétek le, így vagy úgy a világot. Semmit sem fog érni az a mennyben, ha nem szeretetben teszitek. Csak a poklótokat és mások poklátásátok úgy még mélyebbre. Tisztelem a vallásaitokat, ezért hagyományozom rátok azok teljességét, hogy többre adhassátok azokat, mint eddig voltak. Ne féljetek, ne hadakozzatok, mert nem kérlek benneteket arra, hogy ezt megtegyétek, hanem én csak a kezetekbe adom mindezeket, hogy ti a szívetekbe emelhessétek. És csak akkor, ha akarjátok. Az, hogy mégdi ezeket eldalolta nektek, nem jelenti azt, hogy ezeket meg kell fogadnotok. Ezeket csupán azért mondta, írta, énekelte el nektek, hogy a kezetekbe helyezze a sorsotokat és a választás lehetőségét, hogy megadja nektek a kulcsot, a segítséget és a gondoskodást. És most szólok, gyarló és önhazudtuló és ügyetrontó lennék, hogyha nem hagynám meg nektek a szabadságotokat is, ha nem bíznám rátok, hogy szabadon eldönthessétek, mit akartok tenni, kik akartok lenni. Ne féljetek, úgy szeretlek benneteket, hogy nem kérek cserébe semmit. Bocsánatot kérek. Mindenkinek megbocsátok. Köszönetet mondok, és teljességgel hálás vagyok. Magamért, értetek, mindjártokért és a világért. Hálás vagyok Istenért és neki is. A rosszaknak is hálás vagyok. Köszönöm az életet, az életünket. Áldás áldás, áldás. Felajánlom azonban, hogy azoknak szövetség rákévé őrül állok, akik tömegből népé, népből nemzetté nem és teljesednek. Őrül állok léteimben és életemben is, hogy gondoskodásban, szeretetben, bölcsességben, minden időben a napsugaruk legyek, esőjük legyek holt sugaruk legyek, felhőjük legyek, csillaguk, szellőjük legyek, igazuk, szeretetük, örömük, vígaszuk, erejükkel erejük legyek. Amikor létezem, így lehet, amikor élve élek, így lehet, szabadságotokban áll elfogadni e szövetséget, és nem elfogadni azt. Száraz út és nedves út. Isten a semmiben, Isten mindenben. Két fő és sok másik mesem maradt fenn a hagyományban. Amit eddig leírtam, édes nemzetem és szeretett emberiségem, most ezek alapján is átgondolom és átgondolásra ajánlom hogy mi az ember nagy kérdések tükrében vizsgálhatjuk legeredményesebben, de ha nemtelen tükrözés után nem töltjük meg a látványt nemességgel, lélekkel, értelemmel, akkor nem jutunk eredményre. E nagy kérdés például, hogy mi a teremtés? Mi az ember a teremtésben? Minek szánták? Ehhez képest mi lett belőle? Valamint lehet-e belőle az, aminek szánták? Hogyan lehet belőle az, aminek szánták? És mi lesz belőle? Van kérdés, amire újabb kérdés a válasz részben. Ha. Elemi szinten minden ugyanabból áll, atomokból, elektronokból, űrből, akkor mit tesz különbséget? Mitől lesz ember az ember, és ilyen és olyan és amolyan? Ha az egész emberiség atomjai elférnek egy kockacukornyi területen, mit töltik ki a fennálló többi részüket? És mi vezérli, mozdítja, élteti, a többi részünket miféle célnal? Az említett két fő mese a hagyományban csupán támpontok, amelyek köré egész vallások telepettek. Az egyik ilyenben Isten szeretetből teremtett mindent, és benne az embert is, de az megromlott, és aztán az újra megad mindent, de az embernek magának kell akarnia és alkalmaznia azt, hogy megtisztuljon ezt a szándékát keresztséggel, alámerítéssel, beavatással, egyéb sok más módon jelezheti. E megtisztuláshoz azonban gyenge, ezért az Isten őt még meg is váltotta, de ezt a kegyet sem fogja fel, és fogadja el, mert kötelezni arra, hogy kiegyenesedjen, és meg is maradjon az egyenességében, és az ember lusta ki egyenesedni is. A másik mese szerint pedig az embert nem az Isten teremtette, hanem sokadlagos teremtettek, teremtették, de benne azért az Istenből van az eredeti szikra a lélek. Az ember így eleve tökéletlen, de benne él mélyen a tökéletes, isteni lélek, és amikor abba helyezi tudatát, akkor tökéletessé lesz. Ha ebben meg is marad, akkor már cselekedeteiben is Istennel egyként cselekszik. Így a tökéletlen teremtést maga a teremtmény fejezi be. Megváltott tökéletlenek, akik a tökéletesedésük által aztán megváltják tökéletlen teremtőiket. Ez a két főmese. Mindegyikben minden körbeér. Az elme szerint az idő illúziójában és az út illúziójában, a lélek szerint pedig teljességben, önmagában pulzálva. Az egy abszolútum élet és világosság pedig mindeközben és végig és örökkön szeret. Árad, fogad, világol és éltet pártatlanul, részrehajlás nélkül. Ahogy az édes hitvesen mondja, az ember paradoxonok egysége valóságos csoda. Az összes kérdés és válasz egyszerre. És valóban, van-e egy testben létező szörnyeteg és szent az emberen kívül? És vajon szent, aki szörnyeteggé lehet, vagy eleve szörnyeteg, aki szenté lehet? És hogy egyszerre mindkettő és azonos térben mindkétféle is, az veszélyessé teszi minden rendszer legkisebb elemének is megvan a helye az üzemben, és megvan a helyes működése, amely természetszerű. Vajon az ember az egyetlen, aki képes arra, hogy ne ezt a természetszerű helyes üzemet teljesítse? Mert ha amit most teljesít a helyes üzeme, akkor az ember egy dagat csak. Ha viszont nem egy dagatvírus, akkor nem ez a helyes üzeme, amit épp teljesít. Van más lény is, amely nem a természetes üzemét teljesíti? Még nagyobb kérdés, hogy legvégső értelme és célja szerint természetes-e a természetellenessége? Hm. Mi a szabadság, ha nem a tökéletesség és annak lehetősége? Mi a tökéletesség, ha nem a teljesség? És tökéletessége az, amelyből Hiányzik a hiba, a semmi, a bűn, a vétek, és természetellenesség. A tökéletességből semmi sem hiányzik, a semmi sem hiányzik, és a hiba sem hiányzik, különben nem lenne szabadság és teljesség. A világnak nem kell minden áron léteznie, csak is addig, amíg fent tudja magát tartani úgy is, hogy a szabad akarat törvényét tiszteletben tartja, és amíg az életért létező élet képes lenni. Kilégzés, belégzés, és újra számtalanszor megint ugyanígy, kicsiben és nagyban is. Világok teremnek, és amelyikükben az anyag győz a lélek felett, azok elillannak, amelyekben pedig a lélek lelkesíti át az egészet, azok mindenükben Mindenestől győzve győznek. Egyikből kiszorul az Isten, és az anyag megsemmisül. A másikban átszellemül az anyag, és Istenné válik ismét. Kilégzés, belégzés. Iskola, börtön, próbatétel, tapasztalás, élmény, tanulás, tanítás. Szeretetből eredő, szeretettel élő és létező, szeretetbe térő világok amelyek értelme az elmében ezerféle és mégis semmi, a lélekben pedig egyféle és mégis minden. Az egy élő abszolútum a megnyilvánulatlanságból kiáradt, és dalából világok születtek, születnek. Ezekbe is kiáradt, kiárad, és a világai vége, hogy átszellemülnek, belülről átizzanak, felfénylenek, átvilágosodnak és istenivé nem esülnek. A legrosszabb, legsűrűbb anyagival kezdődnek létezni, és a legfinomabbal tetőznek egyszerre létezve és élve. Az élet kiárad, anyagot rezeg, anyag rezdül, nyüzsög minden élet köré. Ez az anyag próbálja nem teleníteni őt, ő pedig áthatja, nemesíti az anyagot. A kisebb képen a természet ellenes, nem természetes, de a legvégső, legnagyobb teljes képen a természet ellenes is természetes, csak időleges. Mert a kis képen nem látható a végső értelme, de a teljes képben látható és érthető. A régiségben úgy ábrázolták a világnak a mozgató erejét, mint szarvast, Bárányt, amelyeket felfal egy métikus lény, griff vagy ilyesmi. A létben a szülői önfeláldozás minőségének jelképei ezek. Azt üzenik, hogy a világ, a bolygó, a lét egy anya, atya, egy szülő, aki, amely az élete, szenvedése, testi épsége árán is kineveli a szörnyből a szentet az anyaföld és az atya ég a legszeretőbb szülők. Ha és amikor jó véget ér mindez, akkor nem kell mindezt az élete árán művelnie, de ha szükséges, akkor úgy is végigviszi. A megigazulásra való restségünk, amely rossz gyermekei vétez bennünket a bölcsességre, kiegyenesedésre való restség, ami hálátlan kölykei vétez bennünket, pedig jó gyermekei is lehetnénk, és az ő boldogsága, ami még nagyobb boldogságunkat hozná. Mikor gyerek voltam, azt kérdeztem, hogy lehet, hogy a felnőttek nem tudják, amikor én a kisgyermek tudom, hogy hogyan kellene jól, helyesen, igazul, a világ jó gyermekeiként élnünk. Azóta is ez a kisgyerek vagyok, és ugyanazt, ugyanazért kérdezem. De az emberek utálják azt, aki emlékezteti őket a mulasztásaikra és a bűneikre. Elfordulnak attól, aki szavaival kizökkenteni őket a fotelből és a színházból. Ha pedig nem tudnak, nem ránézni, akkor rágalmazzák, bemocskolják, nevetségtárgyává teszik, ellehetetlenítik, hiteltelenítik, vagy megmérgezik esetleg. Balesetet rendeznek a megülésére. Ő verseket ír, daló, könyveiben szól, személyesen felszólal és megtapsolják, hogy ne kelljen számot vetniük és adniuk. Értelmezik, hogy ne kelljen beismerniük. Elemzik, hogy ne kelljen szembenézniük, kritizálják, hogy ne kelljen a fotelükből felállniuk, előzik, ignorálják, hogy ne kelljen felegyenesedniük, tevékenyen gondoskodniuk, szeretniük, időt, figyelmet áldozniuk. Fizetnek, hogy égi szakrális, valóságos, szerelmetes király helyett olyan vezetőik legyenek, akiket okolhatnak mindenért, ami a saját lustaságuk, tompaságuk és mulasztásuk következménye. Azért működtetnek és tartanak fenn politikát, hogy azt okolhassák a közélet ocsmányságáért és a világ bajaiért, míg ők maguk, akik a bajok valódi okozói, megmaradhassanak a kényelmes rothadásban, és a bolygó felfalásával tölthessék az idejüket. A nép utálatos képnek lenni fizeti a politikusokat, a politikusok pedig jól megfizettetik velük az árát. A politikusok vállalják, hogy az emberek lustaságát elleni jegyzik, az emberek cserébe elnézik nekik, hogy feltúrják a világot és a lyukat, tele szemetelik. Oda-vissza cinkossági szerződés mindez. Mindkét fél a romlás és pusztulás és kín és tompaság és butítás és ámítás cinkosa. Szolgálója és mindkét fél életellenes és undok módon a világ romlására elmulaszt jó gyermekké válni, igaz embernek lenni és maradni. Kisgyermekként sajnáltam az embert, mert azt hittem, hogy nem tudja, vagy buta, és azért nem cselekszi a jóságot, igazságot, egyenességet, szeretetet. Aztán megláttam és megtudtam, hogy az emberek nem buták, nagyon is intelligensek, és nagyon is tudják, milyenek lehetnének, és mit kellene helyesen tenniük, és hogyan kellene helyesen cselekedniük, csak épp nem akarják. Az emberek, a politikusok, a vezetők, a parancsnokok, az igazgatók nem buták, hanem lusták és önzők, és önzésük lustaságuk oltárán feláldozzák az emberiséget, a Földet, de még az Istent is. Kisgyermekként is kérdeztem, és kérdezem most is, 25.927 éves gyermekként, ki szerint nagyobb szabadság a lustaság? Mint a teljesség. Mindenkivel szövetséget kötök, hogy védelmező segítője legyek. Létben és életben. Annyiszor 72 évig és három napig ahányszor csak szükségük támad, és elgyengülnek a lélek dolgaiban. De csak azok kötnek velem viszont szövetséget, akik felismerik, hogy a lustaság nem valós szabadság és az egész lét nyomorba és pusztulásba rántója, és csak a felegyenesedés, megbocsátás, szeretet, gondoskodás, bölcsesség, megvilágosodás, világosság, élet és az egy abszolútumban élve él és az egyetlen valós szabadság. Ha még ebben a létemben szívet emeltek velem, úgy még a létetekben meg tudja a világ, hogy milyen a virágzás. Ha csak létem után, az életemben emelitek a szíveteket és szavaitokat, és cselekedeteiteket a jóba, szeretetbe valóba, akkor csak az összeomlása után. Krisztus az ember, Buddha az ember, stb. Mi pedig a lehetőség az emberre? Mindenki hitét tiszteljétek, mindenki kiváló proféták, tanítók híve, akik a valóságot keresték, és a szavakkal elbeszélhetetlenről próbáltak mégis szavakkal beszélni. Sikerült, ahogy sikerült, egyszer távolabbról, egyszer közelebbről. Sikerült, ahogy sikerült, ahogy a nyelvük, az intellektusuk engedte, ahogy a tiszta kép a személyiségükön átszűrődött, olyanok lettek a példák. Az egyik hadvezér volt, a másik szent. Volt, amelyik hadvezér is, meg szent is. Volt, amelyik fiatalon hadvezér, és öregen szent. Azért ismétlem magam, mert a problémák sokfélék. A megoldás egyféle. És ha sokfelől közelítek is, mindig ugyanabba érkezem. Ezért muszáj ismételnem. Legyetek hát, hadvezérek is, szentek is egyszerre. Erőtökben legyetek kegyesek, ne gyengeségetekben, mert a gyengeségben kegyesség gyámoltalanná. A gyámoltalanok pedig kiszolgáltatott el, teszik a nemzetüket. Ám ne legyetek kegyetlenek, hanem szentek a ti bölcsességetekben. És emeljétek fel ellenfeleiteket is, hogy elmaradjon a háború. Nem győzelem a halál általi, sem nem a kényszerítő és elnyomó győzelem, csak is, ha ellenségből olyan bölcsi emelitek az ellenetek támadtakat, hogy azok bölcsességükben ellenségből barátaitokká nem esülnek. A megkötés nem győzelem, csak is a feloldás győzelem. A kényszerítés méltatlan és nem ajándék. Csak is a szabadság lehet, és a gondoskodó szeretet lehet ajándék. Örvendhetnek azok a vallások, amelyek profétai pártatlanul személyiségüket félretéve írták, amit a Szentlélek sugalmazott nekik. Akik ilyen tiszta pártatlanok által jutottak kinyilatkoztatásokhoz, reményt, biztatást, bölcsességet, útmutatást kaphattak, és vallásuk is gyógyította a világot. Akik azonban olyan profétáktól kaphattak csak kinyilatkoztatásnak látszó írásokat, akik a személyiségük szűrőjén át beszennyezték és eltorzították az igazságot, azok csak Szabályokat, félelmeket, vágyakat, szenvedést és nem működő parancsolatokat kaphattak, és így a vallásaik sem az élettel, hanem az életellenes minőségekkel egyként rontották meg a világot. Mindnyájuk minden vallását tiszteljük, és mindnyájukat testvérként szeretjük. Nem kérjük azt, hogy hagyják el a vallásaikat, csak ajándékba adjuk nekik azt a kinyilatkoztatást, amely által kiteljesíthetik egészé és élővé a vallásaikat. Ajándékba adjuk, és nem kérünk semmit cserébe. Ha nem akarják, nem épülnek általa, ha azonban elfogadják és épülnek, építenek általa, vallásaikat azok abszolútumává szabadíthatják korlátaik és hibáik közül kiemelhetik, és vallás feletti vételjesíthetik. Nem kell elhagyjátok vallásaitokat, csak magatokban többre adhatjátok azokat, ha bölcsességetekben ekképp határoztok. Semmit sem lehet megszüntetni pusztán akarattal, kényszerrel, ártással, és semmit sem lehet megváltoztatni kevesebben, mint amit megváltoztatni szándékoznánk. Csak ami bölcsességében, szabadságában önmagát többre adja, mint amilyen eladdig volt, az változik meg ténylegesen. Semmit sem tehetek vagy kérhetek tehát, hiszen hatástalan lenne. Szükségtelen a félsz, a harag is, hiszen csak is rajtatok el, mit éreztek és láttok és ismertek fel igazságnak, valóságnak, teljesebbnek kiterjesítőnek, többre adónak, felszabadítónak. A jó Isten mindenét beleadta a teremtett világokba, mégis megnyilvánulatlan. Krisztusban és a többiekben nyilvánult meg, hogy üdvösségünk legyen. Bármi jóra adjuk magunkat, ha szükségetek van ránk, ám ha nincs szükségetek ránk, nem kell törődnötök velünk, mondhatnák. Szeretettel adjuk fel mutatásunkat, de az csupán ajándék, és rajtatok el, hogy elfogadjátok, vagy nem fogadjátok. Tömeg megvilágosítás, tömeg megvilágosodás nincsen. Csakis személyes felismerések vannak, és megvilágosodott személyek, akik már alkothatnak megvilágosodott tömeget is. Azok azonban már nem tömegek lesznek, hanem nemzetté nemesülnek, és a nemzetté nemesült népek az emberiséget szeretetben alkotják. A bölcs és szerető, önmagukat tövre adó és abszolútumukba teljesedett népek, irányzatok, vallások, személyek, rendszerek, filozófiák, bármik, jó szomszédokként, majd családként, egy nagy test, egészséges szerveiként, mégis egy nagy emberiségtestként, szeretetben, bölcsességben, gondoskodásban szervezik társadalmukat és élik a közéletet. Jó szomszédi létezési következményeként nem természetromboló, nem kizsákmányoló, nem életellenes, hanem éltető, gyógyító, emelő, szerető, gondoskodó közéletet léteznek. Mondd el, ki az Istened, és megmondom, ki vagy. Mutasd, haldoklik, elmiattod a világ, vagy örvend, és virágzik, és megmondom, kik a profétáid. Kik az isteneid. Ha pedig ennyire nyilvánvaló az igazság mindezek ügyében, hová is helyezed magad? Ebben a létemben néhány évvel a mostani előtt megjelent egy milliárdos ember, és kihirdette, hogy egy millió pénzt ad annak, aki kidolgoz egy olyan gazdasági, társadalmi, alternatív rendszert, modellt, amely megmenti a bolygót a környezeti katasztrófától, de lehetővé teszi, hogy az emberek nem nagyon kelljen, hogy megváltoztassák a módszereiket, és, és ne nagyon kelljen megváltozzanak. Már örültem, hogy valakit érdekel a megoldás, aztán a pályázati leírásból kiderült, amire számítani lehetett. Csak egy ripacskodás maradt az egész. Most a kezeit, ő megtette, ami tőle telt, millió pénzt fizetett volna, de hát, ha hát senki sem írt olyat, amilyet kell, akkor nem rajta múlt, rajta nem múlt, hogy kipusztult minden, semmit sem tenni és alibit venni, ez is csak ennyiben maradt. Felkaptam a fejem, azért mégiscsak meg kellene mutatnom, hogy bár sok feltételnek nem felelne meg, hiszen nem támogatná a kapsiságot és lustaságot és önzést, de létezik az a világnézet, vallás feletti vallás, tudomány feletti tudomány amelyet keresnek, illetve keresniük kéne annak eljátszása helyett, hogy keresik. Jellemző példa ez a sumákoló, kibúvó, kezeit mosó, kimagyarázó, kifogás kereső, mellébeszélő, felelősséget valójában sosem vállaló, kifelé tetszelgő, álszent, de belül önző, és gyilkos, és rabló, és csaló, és hazug, mentalitásra. Ez a mentalitás sosem áldozna az életért valódi áldozattal. Ez a mentalitás másokat áldoz fel, hogy azt mutassa, milyen önfeláldozó. A szavazatokért ígérő és fotózkodó, pózoló, hízelgő politikus fajta ez is, aki a szavazatért akármilyen köpönyeget százezerszer forgat, hogy a hatalma és pénze megteremjen és megmaradjon. Eljön, aki ingyeneteti majd a földet, de azt is csak hét évig fogják békével megköszönni, mert nekik a hatalom kell inkább, és nem a jólét, az étel és lakhatás. Kevés nekik, hogy jól szórakoznak, zavarja majd mindet, hogy mindenki hat és lakhat, hiszen úgy nem hatalmaskodhatnak ezek felett. A hatalomért adományoznak, hogy tartozzanak nekik és szót fogadjanak. Azért visznek bűnbe, hogy zsarolhassanak és használhassanak. Csak a cinkosban bíznak meg, és megölnek, ha nem leszel cinkos. Maguk javára építették a rendszergépet, de már az használja őket, és kiiktathatatlan. Hasonló a kerékhez, amely már magától forog. És csak az alkotói tehetnének a küllői közé bármit is, hogy megakasszák. A vállalatok életre keltek, és felszabálták a világot. Tulajdon vezéreik sem tudják megállítani őket, amelyik meg akarta volna kiváltották egy olyannal, aki nem. És mindig volt olyan elég, aki nem akarta megállítani. Az emberek egyénenként Jézust kiáltanának, de tömegként barabbást kiáltanak. Ez a barabbás szindróma. A kormányok mögött nagy vállalatok vannak, a nagy vállalatok gólemek ki lettek. A személyek bennük élő bolygót kiáltanának, de az elszabadult üzem, tömeg, gólem entitás profitot kiált. Az igazgató tanácsban az emberek átállhatnak a bolygó oldalára, de lecserélik őket. Mindig lesz a helyükre valaki. Gólem. A vallások is ilyen gólemek, intézmények lettek. Egy pap személyként megnyílik, de az intézmény visszahúzza és összezár. A szent könyvek, dogmák önmagukban nem ártanak, egy személy, szülő, vagy a személy saját szűrőjén át helyükön kezelhetőek. Egy szülő, egy személy, egy pap külön ezt meg tudja tenni. Intézményként azonban nem tudja. A papok intézményként végül mindig a híveket fogják inkább elárulni, mint a gólemet az emberek egyénenként Jézust kiáltanának, de tömegként barabbást. Az ember szabadságharcának egyik nagy megmérettetése, hogy a tömegben egyén tud-e maradni, olyan egyén tud-e maradni, aki Jézust és nem barabbást kiált. Mennyire vagy jelen a saját életedben, mennyire vagy gólem és mennyire vagy önmagad. 30% a 70% fölött, amiről nem beszélünk, kiszólás, amikor egy színdarab előadása közben a színész nem karakterként, hanem színészként a közönséghez közvetlenül szavakat intéz. Az én szavaim e találkozón ilyenek. Minden elmélet volt már. Vannak igen ötletesek, népszerűek is, és össze lehet rakni belőlük egy nagyot. Ha valaki veszi a fáradtságot, és összerak egy ilyen nagyot, egy jó film lesz belőle, amely egy utolsó nagy próbatételt mutat be, amikor az emberek megtudják, hogy szimulált multiverzumban léteznek, mindenki ugyanazt a korszakot éli át, és bemutatná azt is, hogy erre hogyan reagálnak. A film, amelyben megtudják, hogy létezik túlvilág, és erre mindenki öngyilkos lesz, vajon igaz volt-e? Milyen a valóság? Mi a valóság? Ék zárak, csillagképek, korok. Mindenki az utolsó időket kell megélje a szingularitás előtti utolsó próbatételeket. Sosem volt múlt. Atyáink, anyáink, nagyanyáink arra ébredtek egy napon, hogy vannak emlékeik, de azok nem valódi emlékek voltak. A szimulált multiverzum az intergalaktikus felső oktatás kinevelése része az iskola magas ebben a filmben jönne valaki, és azt mondaná, legyetek tiszteletre méltók, és tiszteljetek egymást. Ilyen lenne a film. Milyen lenne a valóság. Nézem a plakátokon. Ki van írva? Isten frekvenciája. 963 Hz. God's own frequency. Miért? Nem minden frekvencia Isten frekvenciája. Ott állt a sátán az elején, és megkörnyékezte Istent, hogy légy szíves, add el nekem az egyik frekvenciádat. Esetleg egy kivételével az összeset, hogy csak az az egy maradjon neked. Vajon mit tudott volna a sátán felajánlani, hogy az üzlet megérje a jó Istennek? Mondta, hogy tudok adni érte ezt, meg azt, vagány, tudszokat. Mi az, amiből hiánya lehetett annak, aki maga a teljes világ? Maximum az bánthatta, ami a sátánból hiányzott. Ez az üzlet nem jöhetett létre. Helyett inkább működni kezdett a sátán, és működése sikereként a tudatot, a lélek valóságából az elme téboly és illúzió világaiba kábította, veszejtette, és abban tartja minden módszerrel, amivel csak tudja. Valódi hatalom nem juthatott, kieszközölte magának annak látszatát, és múlandó mását, amelyet ezzel tarthat fenn. Bocs, hogyha ezt valakit nehezen érint. Minden frekvencia Isten frekvenciája, ám a leginkább az övé mindaz, aki ő maga, a minden mélyén húzódó és mindent éltető rezzenetlen egy. Minden más csak sátáni próbálkozás, a bűvész hadonászása, hogy legyen illúzió és illúzió hatalom. Tovább gondolva, semmi sem isteni, minden isten. Amiről a sátán mást hisz és hitet el, az is isten. Amit a sátán kreált, legvégső soron az is isten volt, van, lesz, csak a kábák nem tudják, hogy így van ezért eszközöl ki és tart fenn kábaságot. Ha van sátán, így lehet mindez. A katar nép meg még több rokon vonal úgy tartotta, hogy van. És minden anyagi a sátáné, de minden mélyén ott a rabul esett Isten. Minden anyagi oka okozója, legmély lényege, lelke, szelleme, eszenciája az Istenből egy eredeti darab, szikra, és minden anyagi, amely ezt magába zárja a sátáni forté terméke csupán. Azt mondták, az anyag ördögi, a lélek isteni. Ezért a katarok azon igyekeztek, hogy a rabul esett Istent az elme tébolyának illúzió világaiból, a lélek valóságára, az anyag börtönéből a tiszta világosság és életszférek mennyire felszabadítsák a saját magukba zárt isteni szikrát is. Azonban egy valamiben tévedtek, az anyagot nem leépíteni, nem megsemmisíteni, vagy vádolni, bántani, megtagadni kell, hanem átszellemíteni, átlelkesíteni, sátániból istenivé visszaminősíteni, felkiáltójel. Ezt vallotta a magyar néphagyomány is. Az alkímia úgy mondta, hogy a matéria primából a matéria benediktát kell kreálni. A jó Isten kétféleképpen és mindenféleképpen győzedelmeskedik. Az egyik módja, hogy eleve győzedelmes, és önmaga. A másik módja, hogy áldozatul adja magát a legvégsőkig, a legutolsó mozzanatig is, amikor amelyben az utolsó tőle elfordult, eltávolodott megnyilvánulás is átszellemül, és visszaminősül teljessé, örökké, végtelenné, valóvá, életé, világossággal, egyé, istenné. A lélek köré sárkány test nyüzsög, települ, de a végén nem a sárkányság, hanem a lélek valósága győzés átvilágolja, átminősíti, visszateljesíti a testet. Ébredés befelé, felfelé, átszellemítés, átlelkesítés kifelé, lefelé. A világok története, hogy minden megterem, ami megteremhet, majd az örök áldozatot vállal az efemerért, hogy az, ha már meglet, ne veszen el, hanem visszaminősüljön a legteljesebbé. Ha egészség van, a legkevesebb szükséges tereme meg, és nem a legtöbb lehetséges. A kallódást hívják sátáninak, az áldozathozatalt és átlelkesítést isteninek. Az örököt isteninek, a bepróbálkozást sátáninak, a szenvedőt isteninek, a kínzót sátáninak sorolhatnánk. Az én népem őseinek világnézete ezért volt szerelemvallás. Úgy szerette Isten a világot, hogy nem fejbelőtte, hogy az ne szenvedjen, hanem önfeláldozó szülőként ő szenvedett benne, hogy az ne megsemmisüljön, hanem átlelkesüljön és kiteljesüljön. Ami nem szeretetből termet átminősítette a szeretetével szeretetté és szeretetté a sátánt is. Franco lenne egy az E világmodell alapján írt könyv. Adódik, hogy kettő változata legyen. Az egyikben a titkos főhős maga lenne a teremtő, aki korokon át újra és újra kezdeni a történelmet és mániákusan a mindig elrontott verziókat korrigálná, de valahogy sosem sikerülne neki helyrehozni az amúgy általa elrontott világokat. Időutazó istenség. Hős akarna lenni, de mindig ráfázna, és ráadásul minden és mindenki szenvedne miatta, már ő maga is. Milliárdszor indulna új menetekben renoválni, de mindig csak másként baltázná el az egészet újra, meg újra. A végén megtébolyodna ő maga is, és úgy döntenne, hogy az egészet a számtalan próbálkozással a egyetemben meg nem történté teszi és elfelejti. Ez az elme őrületének könyve lenne, és az a szerinti sztori. Izgalmas, szövevényes, ötletes lenne, de butaság. Jól eladható, de nem az igazság. A másik verzióban, amely a lélek valóságának megoldását mesélné el, nem a Teremtő, hanem az Egy lenne a főhős, akiből termett a Teremtő is, és akit ez a Teremtő beleplántált minden teremtésébe, hogy az tőle éljen. Érthető, szóval az Egy nem a Teremtő. Az Egy, Atya, Anya, Fiú, és így egyben a Szentlélek, Egy Isten. A Teremtő pedig az elsődleges teremtettek közül egy elsődleges élvező, ki úgy döntött, hogy Isten akar lenni, de számára sajnos a világ már teljes volt, és kész, és volt egy valódi Istene is. Ez a történet arról szólna, amiről az elmehőrületének könyve is, de a végén váratlanul az egyben ébredne minden, és az egy is felébredne mindenben. Az elmetéboly könyvében nem lenne megoldás, és megsemmisülés lenne a vége egy gyilkos és öngyilkos istenpótló kínlódása lenne csupán. A lélek valóságának az egynek a könyvében, hát ugyanaz lenne, mint az elmetéboly könyvében, de a végén bekövetkezne a meglepő és csodálatos megfejtés, megszabadulás, feloldás, kiteljesedés, beteljesedés, megoldás. Az egy közbelépésének eredményeként. Hogyan történhetne mindez? Ha az író elmetébolyból írna, el se jutna idáig. De ha mégis, az egy benyitna a világba, és erőszakkal átminősítene mindent. Írni is kétféleképpen lehet. Ha az író lélekvalóból írna, az egyben nyitna, tanítást hagyományozna az igazságról, és a világra bízná, milyen ütemben minősül át azzá, ami lehet belőle hiszen csak az igazságos, amiben nem avatkozik. Csak az szabadság, ami mások szabadságát nem korlátozza. Csak az hit, ami szabadon engedi azt, amiben hisz. Csak azt talál önmagára valóban, ami magától talál önmagára. Képesnek lenni, csak látva látni. Szeretetben, nem ítélve, nem ártva, a legtöbbet használva, vagy gyógyítva a világot. A lényeknek fel kellene fogniuk a tanítást, bölcsességre kellene szert tenniük, el kellene fogadniuk ezt az isteni segítséget, megváltást, és meg is kellene valósítaniuk az átszellemített lényt. Akik ezt megtennék, azok megeső szívvel odafordulnának a többiek megszabadulásához segítségül. A sátán is. Ha ezt a könyvet az elmetébolyban írnánk meg, nem tudnánk megírni a lélekvaló verziót is, csak az elmetébolyost. Azonban, ha lélekvalóban írnánk meg a könyvet, úgy tudnánk megírni a második lélekvalós verziót, hogy nem hagynánk ki az első elmetébolyós verzió megírását sem. Aki menny, abban hely van a pokol számára is. Aki pokol, abban nincsen hely a menny számára. Érti, aki érti, aki nem érti, nem éli, csak aki éli, az érti. Ilyen lenne egy olyan történet, amit nem az elme, hanem a lélek írna. Ilyen lenne egy olyan könyv, ami a legközelebb állna a tökéletes történet magában foglalásához. Írják meg a könyvet. Kívánom, hogy meg tudják írni, és meg is írják. Mégdi azt választja, hogy nem írja le azt a 30%-ot nem mondja el azt a 30%-ot. A film film marad. A könyv könyv marad. Az elmélet elmélet marad. Jézus adásban van, van hölgyeim és uraim, a szimuláció elnöke. <laughs> a barabás szindróma hogy az ember által felélesztett, de öntudatra ébredt, elszabadult, öngerjesztő, önfelmutató gólemek túlnőnek rajtunk, és előbb szolgáljukká tesznek, majd kipusztítanak. A vallás gólem, a tudomány gólem, a vállalat gólem, papokat, nőket, híveket, nemeket, végül minden individuumot visszaszippantanak, és ráveszik, hogy a Gépért elárulja az életet és az élőket. És jön a vízöntő, összemos, szétmos, a gyengéknek nem segít. A keresők túltolják, a túltolás is gólem. Tudni kell megállni. Önvizsgálat. Ne ragadjon el a tömeg, a közvélemény. Mind gyenge, aki egy tömeggel szemben nem marad individuum, hogyha tudja az igazságot és látja a valóságot. Nem az erős, aki a tömeget irányítja, a tömeg véleményét erősítve, hanem akit a tömeg nem irányíthat. Az előbb említett milliárdos tudta ezt, és tenni akart valamit a nagy tűzes forgó kerék külői közé be akart tenni valamit, hogy az egész gólem földbe álljon végre, és megmeneküljön a világ. Úgy félt azonban a többi ugyanolyantól, hogy a hirdetése végére félelmében még oda a feltételeket, amelyek mindenki számára nyilvánvalóvá tették azt, hogy nem fogja megtalálni. Akarta, de félt, akarta, de fontosabb volt a póz, mint az eredmény, a halálba vívő nyugalmas út, mint az életbe vívő kényelmetlen. A hirdetmény tulajdonképpen így is szólhatott volna. Pénzt adok, ha megmented a bolygót, de az embert ne változtasd meg. Eleve bukott produkció ez, hiszen egy valódi pályázat valódi lapjain az lenne papírra vetve az első száz pontban, hogy a megmenekülés alaplépése és kiválthatatlan, kihagyhatatlan hozzanata, hogy legelőször is az embernek kell minden áron megváltoznia. A többi pontot ezek nélkül fölösleges is lenne firtatnia. Mintha azt szabná valaki feltételül, hogy a megmeneküléshez az összes fegyvert le kell szerelni, meg kell semmisíteni, és ehhez várja a tervezetet. De a leírásban van egy kikötése, hogy a föld bolygón kell ezt megvalósítani, és hogy kizárólag az összes fegyver felhasználásával, felrobbantásával, kilövésével, alkalmazásával hajtható végre mindez. Csodálatosan ocsmány forté ez, is, alakoskodás. Békét akar venni, de feltétele egy mindent kipusztító háború. Elhatároztam tehát, hogy Megírom a leveleimet, és összehívom ezt a zsinatot, ezt a konklávét, hogy a milliárdos feltételeit ignorálva a pusztító tűzkerékgépezeten kívüli a küllői közé általunk beakasztható valós instrumentumot az önök szívének ajándékul adjam, hogy majd amikor önök hazatérnek, a népeik szívének is tovább ajándékozhassák. A gyilkos szörnyeteket, a gólemet, amely túlnőtt rajtunk, csak is belülről kifelé és felülről lefelé lehet átszelemíteni, átvilágolni és feloldani. És a jegyzőkönyvnek legyen szólva, kedves népem, nemzetem, magatokat pedig mindenek előtt befelé és felfelé tudjátok megnyitni. A világosságnak, életnek, egy abszolútumnak, hogy teljességetekben győzedelmeskedhessetek. Ezért írtam és mondtam el nektek mindent, amit írtam és mondtam. Semmit sem kérek tőletek, akkor is szeretlek benneteket, ha elbuktok. De nem tudtam tétlenül nézni, hogy remény és instrumentum nélkül vannak mindazok, akik meg akarják menteni, és meg akarják gyógyítani a világot. A szegényeknek céljuk, hogy gazdaggá legyenek. Amikor gazdaggá lesznek, rájönnek, hogy ami hiányzott belőlük, az nem a gazdagság volt. Ezért kétségbe esnek. Van, aki ilyenkor kegyetlen lesz, vagy beképzelt. Van, aki öngyilkos, amikor a hegyen állsz, és nincs feljebb, de még mindig lyuk van benned annak a helyén, amit kergetsz, és nem tudod, mi az, akkor feladod. Vagy azzal hencegsz álboldogan, amit van. Mindez azért van, mert nem tudod, mi hiányzik belőled. Azt hiszed a pénz, de gazdagon is lyukas maradsz. Azt hiszed a siker, de sikeresen is lyukas maradsz. Azt hiszed a magasság, pedig az űrben is lyukas maradsz. Azt hiszed a győzelem, a rekord, az élvezet, pedig a csúcsok után, a mondva csinált ügyek után is lyukas maradsz. Saját magad hozod életveszélyes helyzetekben, hogy az életben maradástól legalább érezd, de akkor is lyukas maradsz életveszélyekbe sodrod az egész bolygódat, hogy érezd, hogy élsz, hát ha akkor megtalálod, de akkor is lyukas maradsz. Mert amit keresel, nem az, amiről azt hiszed, hogy az. Amit keresel, az a benső égben van, amit keresel a lélek valóságában található csupán. Amit keresel a bölcsesség által lelhető fel. Amit keresel, nem a szemed fogja látni, hanem a szíved. Amit keresel, az szeretet által élhető meg. A gondoskodásban fejeződik ki, a gyógyításban nyilvánul meg. A lyukat csak magasságok fölötti mélység töltheti ki. A lyukat csak Győzelem helyetti áldozathozatal töltheti ki. A lyukat csak az önzetlen gondoskodás, a világosság, bölcsesség, a szeretet, az élet töltheti ki, a hiányt a semmit, csak az üresség teljessége töltheti ki. Az elme téboját csak a lélek valósága egészítheti ki. Szeretni, embernek lenni, hálásnak lenni tanulni vagyunk ezen a világon Isten szeretetéből. Aki nem hajlandó tanulni, lyukas marad. Ne maradjatok lusták, ne legyetek gyávák, gyakoroljatok. Ha erőtökben és bölcsességetekben lesztek kegyesek, és nem gyengeségetekben a sebeitekből rózsák hajtanak majd. Ha a szülő tudná, hogy nem testtől lesz az élet, hanem a testtől csak a lét lesz, és minden az élettől lesz, és nem a földtől van az élet, hanem az élettől van a föld, akkor a gyerek is tudná, hogy az egészség lélektől van, a betegség pedig az elmétől, és a külső benső mérektől. A mérgezéstől ezt sem védi meg, de könnyebben gyógyulna. Nehezebben betegedne, és még akár gyógyíthatna is. Ha például egy egészséges társadalomban lennénk betegek, akkor könnyebben kijönnénk belőle. De így, hogy egy beteg társadalomban akarunk egészségesek, egészek, teljesek lenni, így a természetesség nehéz a természetellenességben. A szülők dolgát nagyban segítené egy egészséges, lelki szellemét érem magas színvonalon álló társadalom, ami törődő, művelő, emelő, gyógyító és gondoskodó. Egy bölcs, gondoskodó, erejében kegyes, tevékenyen szerető közösségben könnyebb lenne minden. A szabadosság nem szabadság. A kielégülések nem töltik ki a lyukat, csak belelapátolják tüzelőként a világot. Az anyagi létezésnél nincsen természetellenesebb, de az élet, amely annak eredője és eszenciája és oka és célja is, az a legtermészetesebb az eszenciális élet maga a valódi természet. A természet abszolútuma. És az anyagi létezés valódi kegyelem. Az elég erős lélek képes rendezni az anyagot. Legfőképpen a finomság minősége köré rendeződik az anyag, és nem az akarat számít. Amikor én rendeződni lehet, akkor rendeződik is. A tehetetlen anyag természetellenes, matéria prima. Az átszellemített anyag természetessé válik, az abszolút természet által, matéria benne dikta. Az első említett nemtelenül teremtetett, a második említett nemessé teremtetett. Az abszolútum egy élet és világosság szeretete okozta a világokat, és rezzenetlen volta okozta a frekvenciákat. A frekvenciák rendezték a tereket, a terek és frekvenciák rendezték, szülték a formákat. A formák köré sűrűsödtek az anyagok. Az anyagok kölcsönhatottak és fajultak, rendeződtek. Tükrözés, tükröződés szülte a nemtelen teremtődést, és lélek világosság áradta belé a nemes teremtést. Okozta és átnemesítette, szülte és felnevelte, alábocsájtotta és felemelte. A könnyű alászállt és elnehezült, majd feleszmélt és felemelkedett. A könnyű felemelkedett, majd alászállt ismét, hogy magában magával a világot magasba felemelje. Így vagytok Isten szeretetéből magatok is, és így működvén ti is megnemesíthetitek magatokat, és felemelhetitek a világot. A jegyzőkönyv kedvéért álljon itt, hogy még divan jelen, Ruach, Toruella, El Rachebe Labjad, Dudaskalos, hisz bennetek és szeret benneteket. Mindjárt elmondom hogyan vészélhetitek át az összemosás és tévesztés korszakát. Különbségtevés, megkülönböztetés. Megkülönböztetni bűn, különbséget tenni elengedhetetlen a bölcsességbe vezető úton. A tompák olvasatában a félelem, a hit bizonyítéka. A hitre pedig a hatalomhoz van szükségük. Pedig aki csupán mások félelmén alapuló hatalmat birtokol, az önmagát csapja be, a világot pedig betegíti és pusztítja. A megkülönböztetés ide vezet, és csak a különbségtevésre való képesség vezet bölcsességre, amelyből megismerhető a szeretet és élő hatalma. És amely gyógyítja és élteti a világot. Gazdagok akartok lenni, és mivel csak megkülönböztetni tudtok, de különbséget tenni nem, sosem éritek el a valódi gazdagságot. Csupán a mások nyomorba taszítása árán érezhetitek kicsit az illúzió gazdagságotokat. A gazdagság önmagában nem lenne bűn. Csak az a gazdagság bűn, ami mások szegénységben tartásán alapul. Nem bántalak titeket, hiszen szeretlek. Nem foglak megfedni, hanem segíteni szeretnék picit, hogy a világot kénzó gazdagság illúziója helyett a keresett valódi, isteni gazdagsághoz találhassatok. Ez a gazdagság nem mások szegénységén és kínjain, nem a világ betegítésén és megölésén alapszik, hanem mindenki gazdagsága. Nem határos és véges, hanem végtelen gazdagság. Miért érnétek be illúzió gazdagsággal, ha kiteljesítő, felemelő, mindenki számára örömteli, gazdagságot találhattok. Miért elégednétek meg a félelem alapú illúzió hatalommal, ha lehettek a legteljesebb, legvalóságosabb hatalom ti magatok is? Sokat szor mondom, csak szív által lehetünk megszelédülve. A szív pedig emelkedik, és úgy hajol, felfénylik, világos, úgy szelédül. Felszabadulsz, megismer, szeret, és úgy azonosul. Szánva szeretlek titeket, ti különbséget tenni nem tudok, és síratom a világot, amit ennek okán a semmi étkéül annak szájába lapátoltok. Új csillagkorszak kezdődik most, amely már halál és fennmaradás között késztet dönteni, igen, dönteni, mert... Nem ő dönt majd, hanem mi fogunk, mi tudunk. Ő csak a kényszerű próbatétel, amelyet nem odázhatunk el, nem kerülhetünk ki, csak azt dönthetjük el, mint általában a próbatételek kapcsán, hogy hogyan állunk meg benne. Az életellenes minőségekkel maradunk és kihalunk, vagy az élettel tartunk és meggyógyulván gyógyítunk és fennmaradunk. Ezen a ponton túl csak olyan emberiség élhet, és maradhat fenn, amely be és kiterjesíti a nagybetűvel embert, melynek lehetősége benne rejlik. Ez a korszak a kényszer, amelyben szint kell vallani, égiszt kell választani, az életet, a lelket, a szellemet, a Bölcsességet, a gondoskodást, a szeretetet, a gyógyulást és gyógyítást kell választani, különben kihalunk. Az arkónok kísérlete, hogy tökéletes teremtményeket hozzanak létre, sikertelen lett. A teremtmények azonban befejezhetik, és tökéletesedésükkel sikerre vihetik a sokadlagos sikertelen teremtést is. A teremtmény magát a legtöbbre adja és hagyja emelni az ég kegyelme által. A kevésbe meghívja a legtöbbet, és megváltódik ő is, és teremtői is. A teremtő létre segíti a teremtményt, a teremtmény életre adja magát, és életre segíti a teremtőjét is. És minnyájukat az egy abszolútum élet és világosság áratta, éltette, töltötte, behatotta át, és fogadta vissza. Egy, kettő, három, betűvel egy. Egyből kettő, kettőből három, háromból nagybetűvel egy. Következmény minden teremtett és teremtés, de szándékos megváltás és megváltódás teszi értelmessé és valósággá. Kik a szülei az örökbefogadottaknak? Bizony azok a szülei, akik lélekszülei akik a szívve családja lettek. A vérvonal a semmiség a lélekvonalhoz képest. Nem én szültelek, de a lelkemből és a lelkem családja vagy. Nem a vérem, de a lelkem vonala. Tegyetek különbséget. Adjátok magatokat többre. Adjátok a tudományotokat, vallásaitokat, politikátokat többre, és a történelmeteket a hazugokéból az igazakévá váltsátok. Ébredjetek az elme útvesztőiből a lélek teljességébe, és szeretettel gyógyítsátok a világot. Fogadjátok el az ég mencsétek mentsétek meg magatokat általa, és így váltsátok meg a teremtő íteket is. Így tetőzzétek be a félbe maradtat, így legyetek végre valós nagybetűvel emberré, így teljesedjen be a szeretetti rajtatok, így váltsátok be mindenki és minden belétek vetett reményét. Így szellemítsétek, lelkesítsétek át magatokat teljesen, és a világot, a teremtést is egészen. Így váljatok a világ világosságává, akiknek örvend a mindenség. A megpróbáló korszak neve vízöntő. Szétfolyik, összemos, összekever, összezavar, téveszt, hogyha rosszul álljuk ki a próbát és különbséget tesz, felfed, fájtlakat ránt le, leleplez, megfürdet, megtisztít, világosá és érthetővé tesz, megkeresztel, kinyilatkoztat, egyértelműsít, ha jóra adjuk magunkat és kiálljuk a próbát. Megkülönböztetés, ha az embert azonosnak kezelitek a bűnével. Különbségtevés, amikor minden körülményben legelőször is az embert nézitek, és csak utána bármi mást. Amikor nem az ember ellen, hanem az emberért és a bűnei feloldásaért cselekszetek. Ha az Isten maga nem így nyilvánulna meg felénk, már senki sem létezhetne itt. Ha az Isten így nyilvánul meg felénk, mi mennyivel inkább így kell megnyilvánuljunk egymás felé. Bocsássatok meg az embernek, és segítsétek feloldani a bűnt. És ha nem bűnökről lenne szó itt, úgyis először az embert tekintsétek, és ezred sorban a nemét, színét, származását, vallását, gazdagot szegényt nem az Istenkre áll, hanem magukat idézik elő, nem is a vagyonukra tekint az Isten, hanem a lelkükre. És a szívükre, hogy milyen emberek valójában. Tekintsetek magatokra és egymásra szeretettel, és fogjatok össze az elme, tojáshé, feltörésének nehéz próbatételében. Embernek lenni, szeretni, hálásnak lenni, igyekezzetek. Különbséget tenni, és nem megkülönböztetni, igyekezzetek. Belül végtelen, kint véges, belül örök, kint múlandó, belül jelen, kint pillanat, belül élet, kívül halál. Belül világosság, kívül sötétség és fény, belül teljesség, kívül efemer. Belül azonosság, kívül magány, belül üresség, kívül semmi. Belül jelentés, kívül szó. Belül szeretet, kívül félelem és közöny. Belül eredet, tűz, kívül éjség. Belül eredet, víz, kívül szomjúság. Belül szerelem, kívül vágy. Belül igazság, kívül jog. Belül valóság, kívül elme. Belül csend, kívül zaj. Belül ige, kívül hang. Belül lélek kívül test, a befelé egyenlő fölfelé, a kifelé egyenlő lefelé, a fölfelé egyenlő befelé, a lefelé egyenlő kifelé. Csak a szeretet győzheti le a halált, csak a ha lélek ismeri fel a lelket, csak a világosság ismeri fel a világosságot. Csak az élet ismeri fel az életet. Fényből, sötétségből, világosságból, létből, s halálból az életbe teljes A minőségeket egyesítve gyújtsátok nappal szívetekben a gyöngyöt. A hét próba nem mindegyikét lehet győzelemmel teljesíteni, van, amelyet azzal látok ki, ha másokért veszíteni hajlandóak vagytok nem beleszóltok, nem térítetek, nem beavatkoztok, nem kényszerítetek, hanem közvetetten gondoskodva felmutattok, örökítetek, hagyományoztok, elérhetővé tesztek. Minden tudásnál hatalmasabb erény a szeretet. Minden okosságnál fontosabb a törődés. Ha keveset tudtok, de maga vagytok a szeretet, azzal már eleget tesztek hogy az egy ekléziája legyetek. Egy, egyből, kettő, kettőből, három, háromból egy. A kezdete száma, vége minőség, az egy az eredő, a kettő a lét, a három a bölcsesség és a szeretet, és az eredmény betűvel egy a minőség, mely teljesség. Az egy, amelyből kiindult, kevesebb, mint az egy, amelyé teljesedett mert ez nem számos matematika, hanem minőség matematika. Nem csak matematika, hanem annak abszolútuma. Az egy ekléziája, családja lesztek, ha a jósághoz, szeretethez, világossághoz, élethez, bölcsességhez tartoztatjátok magatokat, és abban tevékenyek is vagytok. Ha nem használtok, legalább nem ártotok. Ha a legkevesebbet ártatok, és a legtöbbet használtok a világnak és magatoknak. Teljes szívben gyúl csak csillag fényességnek, csak a üres kézbe adnak mindenséget. Különbségtevés, megbocsátás, bűnbánat, hála, szeretet. Mindez bölcsességben. El tudtok-e képzelni olyan valakit, aki érzékeny és látja a világ minden baját, szenvedését, és nem zárja ki a látványt, hogy ne lássa azt egyfolytában, hanem folyamatosan abban él. Ti, hogy ne veszítsétek el a józan eszeteket, kizárjátok a világ baját. Megszakad az a szív, amely mindenkor szembesül. Megbomlik az az elme, amely mindig rálát a kínyra és bűnre haragvóvá lesz, aki szünet nélkül szembesül, tenni pedig alig tud valamit a világért és a bűn kín ellen. Elviselnétek-e mindezt? Tudnátok-e egyáltalán élni, működni bárhogyan is a magán és közélet forgatagában, ha mindezt látnátok és nem tehetnétek semmit? mi maradna nektek, ha egyáltalán életben tudnátok maradni? Őrület határ, szívmegszakadás határ és néhány eszköz lehetőség, amelyekkel kicsiben hatni lehet. Tól, papír, gitár, lant, szó, betű, hang és bennetek a tér. Irány befelé belül tágasabb. A proféták szent haragja sok mindenből áll össze. Szembesülés, együttérzés, tanítani akarás, gyógyítani, segíteni akarás, tehetetlenség érzés és értetlenül állás. Hülye gyerekek, mit tesztek? Nem igaz, hogy nem látjátok, nem érzitek, nem értitek. Térjetek észhez, térjetek szívhez, mondják. Amikor a profétai harag démónia, akkor az eredete alapja önzés, gyűlölet, érdek, vágy és félelem. Amikor a profétai harag alapja szeretet, segíteni akarás, gyógyítani akarás, akkor az tanítás lényegű. Az első a pusztulás szolgálja, a második az életé. Ugyanolyan ordításnak látja, aki nézi, de lényegük és hatásuk más-más. Könnyű nektek és nehéz veletek tőletek a világnak. Aki egyáltalán tudja, látja, amit lehet, érzi, amit lehet, védekezésképpen ignorálnia kell a világ fájdalmát, agóniáját, sebeit, a mulasztás, csalás, kínzás, kínlódás tényét. Ha nem tenné, hanem folyamatosan érezné, előbb beleőrülne, majd a fájdalomban megszakadna a szíve az agyát felemészteni a tehetetlenség, a szívét pedig az együttérzés. Azt kívánod, bár lenne egy angyali képességet, hogy felemeled az egyik kezed, és minden jelenlévő a valóságra eszmélne. Melyik az az állat, amely emberi adja, ne lenne öngyilkos, ha még az ember is öngyilkos emberi adja. Az emberbe szabaduló állat, az állatba rabul eső ember, lélekbe szabaduló tudat, az elmébe rabul eső tudat. Az ember, ami kisbetűvel ember gyilkos és öngyilkos, élethosszig elnyújtott öngyilkossága során a világot is magával rántja. Ez a végkifejlete az elmetébolyának csak is a lélekbe szabadult tudattal, nagybetűvel emberként élve élő emberi lények, egyszerre hadvezérek és szentek. Ők azok, akik folyamatosan látják, tudják a szenvedést, bűnt, és mégis szembenéznek vele. Megbomló elméből mégis a lélekbe teljesednek. Megszakad a szívük, de világosságá válva gyógyítanak. Tehetetlenségben mégis tesznek valami kevés tőlük telhető kis nagy tettet. Szembenéznek, belehalnak, életre kelnek, magukban a világot teljességbe emelik. Gyógyultságukkal gyógyítanak, világosságukkal világolnak, szeretetükkel, bölcsességükkel, gondoskodásukkal emelnek, örökségükkel szabadítanak fel. Amikor a legkülső és a legbenső istenük bennük összeérés találkozik, a köztük elsatnyúlt szférák lényeiben felgyullad a napok napja. Az ember kicsiben, ahogy tőletelhet, hat, és magában változtatja mennyi-mennyi a mennyi világot. Így az a benső menny kívülre vetülhet, a benső égbolt testesülhet meg odakint. Aki ignorál, nem őrül meg. Nem lehetetlenül el, de védkes. Aki nem ignorál, nem bűnös, de megőrül, el lehetetlenül, és megszakad a szíve. Hát legyetek azok, akik nem ignorálnak, megszakadnak, de feltámadnak. Megőrülnek, de a lélekbe emelkednek. El lehetetlenülnek, de összefognak és gyógyítanak legyetek egyszerre hadvezérek és szentek. Erőtökben kegyesek és nem gyengeségetekben. Tevékenyen szeretők és nem karosszékben. Ha magányban ignoráltok, elfordultok, depresszióban enyésztek el, akkor is, ha üres vidámkodással veszitek körül magatokat. Ha szembesültök és közösségként összefogtok, akkor is valódi szeretetben élhettek, a szenvedés vesz körül benneteket. Mert aki gyógyít, a kényelmetlenségben is megnyugvást lel, aki viszont hazudik és terel, az a kényelemben is nyughatatlanságot. Aki ezer pót cselekvésbe fog valódi tettek helyett, kimerülés, hiába valóságba vész el aki azonban értelmes, gondoskodó, alkotó, teremtő munkába fog, ha elfárad is örömben él majd. A test éjsége semmi a lélek képest mondják, de a lélek egész teljes és nem éhes. Az a tudat éhes, amelyet elhagytunk az elme mocsarában. Lélekre, valóságra éhes. Álmomban egy szigetnyi labirintust láttam. A kiáratai különböző halálnemekbe torkoltak. Tűz, víz, szörnyetek száj, kard, kereszt, és a közepében volt az egyetlen kiárat, amely valóban kivezetett. Kifelé, lefelé, befelé, fölfelé jutunk. Akik nem néznek oda, sosem születnek újjá a létből az életre. Akik nem néznek oda, a pusztulás instrumentumaivá adják magukat. Kényelemben is szenvednek. Hatalmuk illúzió csak. Gazdagságot mások nyomorából nyernek. Gyengék és kiszolgáltatottá teszik a világot. Betegítenek, emésztenek, ölnek, halnak. Akik oda néznek, meghalnak ugyan, de életre születnek. Széthullanak ugyan, de világosság állnak újra össze. Újjászületvén magukban égbe emelik a mindenséget. Egy újabb álmomban háború volt. Az ellenség a hegyoldalról lőtt ránk. Mi is lőttünk, és észrevettem a soraikban egy magas embert. Célúztunk, de integettünk egymásnak, hogy Gyerünk félre, és beszélgessünk. Találkoztunk a völgyben, nagyon magas ember volt. Felnéztem rá rendesen. Mondta, látja rajtam, hogy én rendes lehetek. Van egy hatalmas madár, amit véletlenül meglőttek, nincs, aki meggyógyítsa. Nekünk kellene megnéznünk. Egy darabig egymásra fogtuk a fegyvereket, lőtt is a levegőbe, hogy megmutassa, hogy csak festék, patronos, puskája van. Nem akarta megtagadni a szolgálatot, de nem akart ölni se. Én se ölni mentem, csak szolgálni. Nevettünk, és mentünk a madárért. Mondta az ember, hogy a sas itt és itt sebesült meg. Én meg mondtam, hogy az sólyom. Ő erősködött, hogy sas. Én meg láttam, hogy az sólyom. De nem vesztünk össze, hanem megállapodtunk, hogy van ilyen. Az egyik ember sasnak látja, a másik hollónak, sólyomnak. A sólyom azt mondta, hogy csak akkor gyógyulhat meg, ha három napig a fiókái leszünk, és megesszük, amit enni ad nekünk. Megfogadtuk, és a fiókái lettünk. Minden nap magából adott. Az első napon barnás fénye volt, a másodikon ezüstös fénye lett, a harmadik napon aranyfényű lett, és meggyógyult. Amikor fel tudott szállni, a fejünk fölül azt beszélte, hogy mi már örökre az ő fiókái maradunk. Ekkor felébredtem. A korszak, ami most jön, összemos, vagy megtisztít, megkever, vagy letisztít, és egyértelműsít, ő a vizet adja és a tüzet hozzá, de tőletek függ majd, hogy téboly és pusztulás vagy valóság és gyógyulás terem végül. Magatokért feleltek, de úgy feleltek magatokért leginkább, ha másokért felelősek vagytok. Önmagunk kiteljesítésére vagyunk itt, de másokért felelősként. Nem a jóság hirdető oszlopaiként tetőzhetjük feladatunkat, hanem a beteljesítőiként. Legfőbb felelősségünk, hogyha nem teljesedünk ki a bölcsesség abszolútumává, akkor mulasztunk, és ennek a mulasztásnak rengeteg kín és halál a következménye. Aki kiteljesedett, nem cselekvésben is a világ hasznára van. Aki nem kiteljesedett, cselekvésben is a világ kárára van tanuljatok meg különbséget tenni minden téren, és szűnjetek meg megkülönböztetni minden téren. Embernek tanulni, szeretni tanulni, hálásnak lenni tanulni jöttünk a földre. A korszak, ami most jön, összemos, a szavak valós jelentésének visszaállítása menthet át rajta élve, a minőségek helyes értelmezése és kezelése menthet át rajta élve, a valós természet közelében maradás menthet át rajta élve, az elmében minden összemosódik, ami összemosódhat. Helyezzétek tudatotokat a lélek valóságában. Ez az, ami átmenthet rajta élve. Amikor nemekről lesz szó, először is az embert nézzétek, az emberre tekintsetek, vele beszéljetek, és csak aztán, vagy egyáltalán ne a nemére. Akkor túlélhetitek ezt a kort. Amikor mennyiségről és minőségről lesz szó, a minőségre tekintsetek. Akkor túlélhetitek ezt a kort. Amikor a győzelemről és a tanításról lesz szó, a tanítást és bölcsességet válasszátok, akkor túlélhetitek ezt a kort. Amikor fényről, sötétségről és világosságról lesz szó, a világosságot válaszátok, úgy túlélhetitek ezt a kort. Amikor nemesről és nemtelenről lesz szó, a nemest válasszátok, úgy túlélhetitek ezt a kort. Az érdek és halál történelme helyett az élők és a szeretet történelmének legyetek részesei és alakítói úgy túlélhetitek ezt a kort, amikor jogról, jogtalanságról, igazságról lesz szó, az igazságot, igazságosságot, valót válaszátok, úgy túlélhetitek ezt a kort. A nevelés és bosszú közül a nevelést válaszátok, a feloldást válaszátok, az üresség nem semmi, hanem minden. Az üresség nemes, a semmi nem telen. Adjátok vissza a szavaknak a valós jelentéseiket, a beszédet az igénynek. Az intelligencia félút, és nem a teremtés csúcsa. A teremtés csúcsa a bölcs, lélekember és gondoskodó, szeretet ember. Haszasszinok mennyországával szúrták ki az átverőitek, kihasználóitokat, több millió megvezetett hívő szemét. Hamis mennyért a félszemű szolgálatába csaltak, és ellopták tőletek a valódi mennyet. A harca lelketekért folyt, és ti eladtátok. Gyalpók diktálták a törvényeiteket, és megnyomorítottátok, elpusztítottátok a világot. Félelmeitek és vágyaitok, lustaságotok étkeül, és a gyalpók étkeül dobtátok a földet, és egymást és magatokat is eljött a megtisztítás kora, Akik a halálnak szolgáltak, bűnbánat híján el is múlnak a halállal. Akik az élet maradtak, az örök élettel egyesülnek. Akik a mennyben jártak, mind ugyanazt látták. Akik a pokolban jártak, mind ahányan mást. Ha nem ti, akkor kik? Ha nem most, akkor mikor? Ébredjetek az elme illúzióiból a lélek igazságára. Nem kérek tőletek semmit magamnak, hanem a mennynek kérlek titeket. Semmit magamnak, hanem a világnak kérlek titeket. Hagyjátok el a lustaságot, tompaságot, és gyógyítsátok meg. Semmit sem várok és kérek a vallásaitoktól, a tömegeitektől magamnak, hanem titeket kérlek, az embereket, a személyeket egyesével, és a vallás fölöttire, a valóság valóságára, életre, világosságra, szeretetre, gondoskodásra, bölcsességre, eszmélésre, teljesedésre, gyógyulásra és gyógyításra. Felkérem az embert, hogy váljon végre azzá, akivé szánták, és váltsa meg a vallásokat valósággá, és ne sanyargas többi a bolygót és a lényeit, hanem lényegüljön az édenkert kertészévé szeretetben. Semmi sem oldható fel, szabadítható fel vele azonos szintről, csak is nála magasabb szintről, csak is az abszolútum oldhat fel és szabadíthat fel, csak is a többre adatik által, ami aztán ezáltal felszabadul. Amikor Méhidi beszél, ezeket szokta mondani. Nincs dolgom a vallásaitokkal, és nem kérek magam számára semmit. Nektek kérek, és a világ számára a valódi, teljes, igazi titeket. Ímé végeztem annak taglalásával, amelyet javasolok, hogy a népeiknek hazatérvén kinyilatkoztassanak. Innentől önökhöz fordulok, és önöket szólítom meg, amikor beszélek. Ezen a találkozón, bár én beszélek, de nem én szólok, hanem az idők. Az idők azt mondják, nem odázható el, csak az választható, hogy hogyan állsz meg benne. Íme az angyal. Egyik lába vízben, másik a földön, kezében nyitott könyv. És felolvasván az igét így szól. Idő pedig tovább nem lészen. A bebörtönzött fény felszabadul. Minden vallás létrontó, amely nem üdv történet, és nem a fényfelszabadítás vallása. És minden más vallás, amely nem ütvtörténet, azért lett művileg kitalálva, hogy az ilyen ütvtörténeti vallásokat lefedje. Profétai haraggal szólni, hogy töltekezzetek, és ne haragudjatok, hogy ébredjetek, és szeressetek, lássatok, eszméljetek. És mi a profétai harag, amely értetek, kiált és nem ellenetek, amely által az Isten előtt szégyenültök meg, de egymás előtt és az ember előtt nem. És vigyáznia kell a haragvónak, hogy ne veljen, és ne bántson, hogy sosem maradjon ki az üzenetből a kegyelem, hogy lélek szólítson meg lelket, hogy épülésünkre szolgáljon az üzenet. Ami ellen kikelsz, az ejt majd rabul, és vigyáznom kell. Nehogy az legyen, hogy a jóról beszélek, se annyira belelovalom magam, hogy ezáltal válok rossz el. Vigyázok, s így vegyék az üzenet megléte maga a gondoskodás az üzenet megléte maga a kegyelem. A találkozó maga a kegyelem. Az egymással törődés maga a kegyelem. Pár órája azt mondta, Japánból érkezett bölcs, kisasszony, óriások alszanak a földben, az egyikük te vagy, Hiába pusztítanánk el, újra nőnél. Beismerem méltatlanságom. Az idők szólnak, s nem én. Az idők, melyek azt mondják, nektek nincs több időtök, most kell cselekednetek. Az idők, melyek azt mondják, idő pedig tovább nem lészen, mert örökké valósággá válik. Lesz-e másik találkozó? ha nem lesz, hát ez az. S ha idő tovább nem lészen, lesz-e ember? Hát azért vagyunk mi most itt, hogy legyen, hogy amikor az idő megszűnik, ne szűnjön meg az ember is. Az embernek tudnia kell magáról, hogy kicsoda de csak mások mondhatják róla, hogy kicsoda. Ő magáról csak tudhatja, de első alkalmakkal nem mondhatja, csak mások mondhatják róla. Az ember csak harmad sorban szerep, csak másodsorban személyiség, és elsősorban mindezeken túli valóság. Az ember csak harmadsorban elme, másodsorban lélek, és elsősorban egy a legvégső én az Atman, a legvégső való a Brahman. Aki az elmém tébolyában vagyok, más, mint aki a lelkem valóságában vagyok. Aki az elméjük tébolyában önök szerint vagyok, más, mint aki a lelkük valóságában vagyok. Ami az elméjünk tébolyában vagyok, egymilliószor egymillió féle lehet ami a lelkeink valójában vagyok, mindannyiunk számára egyféle. Abba az egybe helyeződött tudattal szemlélek és nyilvánulok meg. Utnap Istümnek egy feladatot adtak az istenei, hogy maradjon ébren. Ezt a feladatot nem tudta teljesíteni, és elbukott. A lélek valóságába teljesedett, helyeződött tudattal, szemlélni és megnyilvánulni, ébren maradni, annyi ebben a valóban megmaradni, és valósnak lenni, valósként élni és létezni. Nem vagyok csúkiás és állarcos sem, bár most fedem az arcom, de mire felállunk innen és elbúcsúzunk, hogy hazatérjünk, meg fogják tudni, hogy nem vagyok. Nem rejtezem, nyilvánosan kiállok, nem vagyok félszemű. Ez azt jelenti, hogy nem csupán nézek, de látok is. Nem vagyok félszívű, ez azt jelenti, hogy nem pusztán létezem, de élve, élő vagyok. Nem vagyok féllétű, mert nem csupán saját megvilágosodásomért létezem, hanem az ébredést követően megeső szívvel a nagy megváltás instrumentumául adom magam, gondoskodom. Úgy, hogy Isten gondoskodásának eszközévé váltam. Nem vagyok fél szeretet. Ez azt jelenti, hogy nem csupán érzelmi és színész szeretetben, nem csupán érzelgőségben játszom el a szeretetre utaló gesztusokat, hanem azonossá lettem az Abszolútum egy élet és világosság, rezzenetlen, eredendő szeretetével. Valamint ezt fogadom, tükrözöm és árasztom is tovább. Aki nem én vagyok, az a külvilágban teremt békét, miközben az emberekben nem lesz közben béke. A külvilágban rendet tenni akarók, arrogánsok és nyomukban háborúság terem. Csak is benső béke nyomán teremhet a külvilágban is valódi béke. Akik hatalmaskodnak valódi hatalom helyett, azok elnyomással, tompítással, szegényítéssel, ellehetetlenítéssel, csalással, budítással, hazugsággal csikarnak ki békének tetsző álbékéket. Aki nem én vagyok, így működik, édesget, fenyeget, elesetnek tetteti magát. A félelmet használja és a vágyat használja. Az emberek lustaságát használja ki a saját érvényesülésére is. Zsarolja a világot nem én vagyok az Antikrisztus, és nem én vagyok a történelmi Jézus Krisztus sem. Azt, hogy ki vagyok, a lelketek valósága tudja csak. És az emberiség csupán akkor fogja majd igazán tudni, amikor ezt a létemet végigélem. Mást ismer fel a halott, és mást az élő. Az élve élőt nem látják meg a halottak, a nevét sem, valóságát sem tudják. Csak az élet ismeri meg az életet. A holtak még egymást és magukat sem ismerik. Nem én vagyok a béke hercege, mert csak is az egy abszolútumban van béke. Csak is a lélek valóságában, a világosságban és életben van béke. És a földön csak akkor nyilvánulhat, ha az emberekben előbb megvalósul. Aki azt mondja, hogy hozza a békét, nem én vagyok, mert a békét nem hozhatja senki. Csak is az emberek egyénenként válhatnak békévé, amikor valóságukká válnak, és valóságukra eszmélnek. A szeretet a béke, a hála a béke, a gondoskodás a béke, az ingyenkedjenem a béke a valódi szabadság a béke, és nem létezik valódi szabadság az Istenen kívül, csak is Istenben. Abszolútumként egy. Nem én vagyok a fényhozó, aki azt hazudja, hogy a fényt hozni kell számotokra valakinek, becsap benneteket, mert egyrészt a fény csak fény, aki fényt hoz, még nem hoz világosságot. Másrészt a világosságot nem hozhatja nektek senki, mert az bennetek van és azt ti tudjátok újra megtalálni és megélni. Senki más nem tudja helyettetek. Hogyan hozna valaki nektek azt, ami eleve bennetek van, sőt az eredendő való lényegetek. Az, ami nemtelen, az Antikrisztus, és ami nemes, az a Krisztus mindenben, bennem is, mindenkiben. Krisztus Jézus, az arancsitkó, a Szentlélek a vígasztaló, mégdi minden, mégdi csak Zöld csitkó, a vigasztaló instrumentumai mindazok, akik ébredésüket követően megeső szívvel mások ébredéséhez segítségül odafordulnak. Nem az vagyok, aki térít, beleszól, beavatkozik, kényszerít, a gitár befolyásol, manipulál, adóztat tizedet szed, adományt zsarol, félemlít. Én az vagyok, aki közvetetten felmutat, örökít hagyományoz, emel, vigasztal, bíztat, elérhetővé tesz, rendelkezésre áll és bocsát. Az vagyok, aki szeret és gondoskodik, nem az vagyok, aki úgy beszél a szabadságról, hogy másokét akadályozza. A szabadságunk addig terjed, amíg másokét nem korlátozza. Így van itt a külvilágban, és csak is a lélek valóságában a jó Istenben lehetséges tényleges szabadság akik lélektől lélekig élnek és léteznek, már testben is szabadok Istenben, akik ébredettek a bölcsesség által, az égkegyelme által, a valóságban élve élnek, és a világosság gyermekei már járó lényekként is. Az vagyok, aki képes mérlegelni Mihály segedelmével, és tudva tudom, hogy fel lehet úgy is emelni nemzeti a népet, és emberiségi a nemzeteket, és az összes ég és föld népei közé az emberiséget, hogy nem mondunk el olyat, amit nem viselnének el, és elmondunk mindent, amit igen. Aki ismeretet hoz, még nem hoz tudást és megoldást és feloldást és szabadságot. A szabadságot pedig senki sem hozhatja senkinek, csak a lélekre ébredésben és Istenben lelheti meg mindenki saját maga önön aki tudást mutat, még nem ad bölcsességet, mert a bölcsességet adni, kapni nem lehet. Ezt az ember nem kitalálja, hanem az mindentől függetlenül van és élve él. És arra rátalálunk, nem pedig kapjuk vagy kitaláljuk azt. A bölcsesség a megélt tudás, amely személyiségünké válik, és akkor is mi leszünk, amikor elengedjük azt, amit elengedünk, és akkor is a részünk marad, az a valódi személyiségünk. Akik a bölcsesség által szeretetté teljesednek és gondoskodnak, azok azonosulnak Isten működésével. Akik Istenbe ébrednek, azokban megébred az Isten. Ismeretek bölcsesség nélkül ártalmasak lehetnek, mert félreértésükkel felhasználhatják azokat rossz dolgok előidézésére. A tudás önmagában nem árthat csupán a félreértelmezése és az abból fakadó rosszra alkalmazása az árthat. Ez szerint, aki tompa, annak nem ér be a szívébe a tudás, és ezért nem árt neki. Aki bölcs, annak beér a szívébe a tudás, és az alkalmas annak megértésére, befogadására fel Dolgozására, elviselésére, és neki pedig azért nem ártalmas a tudás. Voltak aranykorok, amikor az emberiség az igazság legnagyobb hányodát ismerte, elviselte, feldolgozta, kezelni tudta, helyre tudta tenni, és a közéletet benső meggyőződésből a lélek szerint jóságban, bölcsességben, szeretetben, gondoskodásban létezte. Együtt tudott élni a legborzalmasabb igazsággal ismert létezése rendszerét, befelé-felfelé megnyitotta. Amíg a mostani emberiség magát zárt rendszerekbe sorolja és azokban tartja, addig mindig a rosszabb értékrend fogja. Kiszorítani a jobbat, a félelem, a vágy fogja kiszorítani a bölcsességet és a szeretetet. Az vagyok, aki azt mondja, ne féljenek. Azt mondom, nyissák meg zárt rendszereiket, befelé, fölfelé. Tanuljanak embernek lenni, szeretni, hálásnak lenni. A lehető legkevesebbet ártsanak, és a lehető legtöbbet gyógyítsanak, szeressenek, gondoskodjanak. Legyen az igazság a kinti világgal kapcsolatban olyan borzalmas, akár, hogy az elnökök sírva összeomoljanak, amikor megtudják, nincs olyan mélység vagy szörnyűséges világ, amelyből a lélekre, a valóságra, az Istenre, a világosságra, életre egyre ne lehetne ébredni, mert legyenek a lények akármennyire is távol, vagy mélyen, legyenek akárhányadlagos teremtettek, teremtményei által teremtettek, bennük a lényeg iszikra a lélek, akkor is egyenesen az egy abszolútum világosság, és életből van, és vele azonos, akik erre eszmélnek és vissza nem azonosulnak vele, valóságuk abszolútumává teljesednek vissza, akik nem Isten hatalmának részesei, hanem csak állhatalommal hatalmaskodók. Ettől az eredet szikrától terelik el minden ember figyelmét, hogy hatalmaskodásukat gyakorolhassák rajtuk. Létezzen bár tízezerszer tízezer nem sikerült világ, tízezerszer tízezer íziglen tízezer, legyünk bár nem sikerült teremtettek, nem sikerült teremtményei, legyünk bár a poklok mélyén, és csak higgyük, hogy ez a föld, legyünk bár arkónok és dékánok rabszolgái csak, betetőzhetjük a teremtést, feleszmélhetünk az Isteni szikrára, a lélekre, és megválthatjuk teremtőinket és a teremtéseiket is. Isten a világgá lett, maradéktalanul beleadta magát, teljességgel, szeretettel feláldozta érte magát, belevetette minden hitét, szabadon engedte azt, és elszenvedte, amíg kinevelődött, és útját bejárta. Így lett a szám egyből a teremtés kettője, a kettőből a bölcsesség szeretet, lélekre háromja, és így lett a hármas által a szám egynél teljességgel több ige egy az egyenlet végeredménye. Az Isten beleveszett a teremtésbe, és az ember segedelmével átszellemítette azt, majd visszaemelte a valóságban. A világosság beleveszett a fénybe és sötétségbe, és átvilágolta azt, majd győzedelmessé lett. A lélekből a tudat beleveszett az elmébe, majd átvilágolta azt, és magában az egész világot a lélekbe visszaemelte. Erők szintjén az egy és a még egy kettő lesz, és együtt egyé válik, vagy lesz belőlük még egy. Kettő örvény ellentétes, mégis egyben, és új csillag gyúl. Minőségek szintjén egyből, kettő, kettőből, három és háromból, egy, ahogy fentebb említettem. Nem az vagyok, aki elválaszt, hanem aki összehoz. Nem aki megoszt, feloszt, porcióz, hálóz, számít, hanem aki arany közébe emel és értelmessé segít. A félszemű önmagában nem létezik. Kész ártó intelligencia. Ember kell hozzá, hogy testesülhessen. A félszeműnek a mennyiség számít, nekem a minőség. Neki a vér számít, nekem a lélek. Neki a hatalom számít, nekem a szeretet és a bölcsesség. Neki a győzelem számít, nekem a teljesség. Neki az érdek számít, nekem az egész emberiség. Magam számára nem kérek semmit, csak barátságot, szeretetet, és amit az Isten mindeneknek ajándékba adott, s ad ingyen kegyelméből. Ingyen kegyelmét magam is ingyen kegyelemből adom. Íme hát a magva mindannak, aminek a közlésével úgy emelhetik gyógyulásba a beteg emberiséget, hogy ne kelljen mondaniuk semmit, amit már nem lehet. De elmondhatják, amit el lehet. Íme elmesélem aztán azt is, amit elviselne minden elnök is és mégis tudná, hogy mit tegyen a bolygó megmentéséért. mélységesen meghajlok önök előtt, köszönöm, hogy segíteni akarják a jó Istent, az angyalait, az embereit, a lényeket. Hálás vagyok. Így szólalt fel a megkérdezett, és látom, felajánlja illendőn a megfáradtaknak, teázzanak, Értekezzenek, járjanak, sétáljanak, és fél óra múltán térjenek vissza. Látom, hogyan figyel a megkérdezett, kiállják-e a körön kívül sétálók az első szabad döntés próbáját, vesznek-e fegyvert a kezükbe, vagy a szikrán pihenni hagyják, pihenni hagyják. Esznek, isznak, járkálnak, merengnek, a körbe visszatérnek, párnáikra, fél óra múltán visszahelyezkednek. A teremtett anyag a materia prima, az átszellemített anyag a materia benedicta. Mindaz, ami közvetlenül és ami közvetetten Istenből termet, vagy teremtettek által teremtetett, a materia primából, a materia benediktává minősülés útját járja be. Isten következménye a nemtelen teremtődés, és Isten művelete a nemtelen teremtődés nemessé teremtése váltása. Minden ezen esik át öntudatlanul is, ám akik felébrednek tudatosan is ezt szenvedik el, vagy ezt a műveletet végzik. Akik ugyanazt a műveletet végzik, mint az Isten, azok nem elszenvedik a világot, hanem vállalják, és azok Isten közvetlen családjává lesznek. Az utolsók és úgy az elsők, a legszerényebbek és úgy a legnagyobbak, a legszegényebbek és úgy a leggazdagabbak, a legbölcsebbek és úgy a legcsendesebbek. Gondoskodók, szeretők, nem vezetők, és mégis követi őket a világ. A politikai posztokat visszautasítják, a hatalmaskodást elvetik, maguknak semmit sem tartanak meg, csak is szeretetet, bölcsességet. Csak is tiszta forrásból építenek otthont, és a népek barátságát szorgalmazzák. Az vagyok, aki jó szomszédi viszonyt kér és szorgalmaz. Kik lennének alkalmasabbak királynak, mint önök? Önök, akik nem akarnak királyok lenni, akik túl vannak már régen a királyságon is, és végtelennel többek még annál is. Akik nem alkalmasak, ma azok királykodnak, akik pedig alkalmasak, nem is gondolnak ezzel. Aki király akar lenni, nem alkalmas királynak. Aki alkalmas királynak, nem akar király lenni, hanem azt a nép akarja királynak. Azért tompították a népet mélységesen butává, hogy ne ismerje fel az alkalmasokat, és alkalmatlanukat hagyjon, urhatnámkodva hatalmaskodni. Ennek vetnek véget, kik a népnek látást, szívet, bölcsességet és törődő szeretetet adnak, és azzal, hogy ennek véget vetnek, megállítják a bolygó pusztulását, és gyógyítani kezdik a világot. Fölszállott a páva a vár megye házára, sok szegény legénynek szabadulására. Kényes büszke pávák, napszédítő tollak, hírrel hirdessétek, másképpen lesz holnap. Szól a magyar népdal. Eljött az idő, tegyék meg, amit a csillagok mutatnak, amit Isten akar, és a csillagok is végre megengednek. Erejükben legyenek kegyesek, ne gyengeségükben. A kegy pedig égi, és nem sajátjuk így, ne akként osztogassák. Ne legyenek büszkék, de legyen méltóságuk. Legyenek szerények, az erény. De ne legyenek hülyék, ahogy nagyanyám tanácsolta nekem. Alázatosak legyenek, de sosem megalázkodók. Az első másokat tisztel, magát is tiszteli, a második sem más, sem önmagát. Az első valódi és valóságot idéz, a másik hazug és eleve romokat épít. Ne építsenek, ha kicsalják az épületből az anyagot. Mert az a világot temeti majd maga alá, amikor elkerülhetetlenül összeomlik. A művész sosem múljon el kezdőnek lenni, az ember sosem múljon el szerető nagyszülő lenni, kortalanul, 25.927 évesként, gyermektelenül is a népek nagyapjaként, nagyanyjaként. Unokánk a nagyvilág, önök is unokáim, ahogyan az abszolútból beszélek. Azt kérték, dolgozzam ki a módszert, a tervet, és ehhez ismernünk kell a keresők kétségeit, kérdéseit, a bonyolítás helyett egyszerűsítés, az ellentétek helyett hasonlóság, a különbségek helyett aranyközépbe középbe emelés. Az emberek zsidó, iszlám, keresztény, buddhista, ateista, gnosztikus, agnosztikus, és még ezerféle vallást és nem vallást látnak, és nem tudják összebékíteni ezeket magukban, sem odakint. Ezerféle összevethetetlen külön útra tekintenek, és Szétteszik a kezüket, tehetetlenek. A bolygó pedig pusztul. A népek harcolnak és szenvednek, a gazdagok még gazdagabbak lesznek. Minden csak első ránézésre kezelhetetlenül sokrétű. Valójában csupán kettő, azaz kettő értékrend van jelen, és semmi több. Az egyik a másikból él, a másik pedig a másikért. Az egyik a másik rovására él, a másik a másik gyógyítására. Az egyik gondoskodik, szeret, emel, a másik kiszipolyoz, élősködik és betegít. Az egyik törődik, a másik kizsákmányol, Az egyik világosság, bölcsesség, élet, a másik hazugság és csalás és életellenesség. Az egyik kedves és gyengéd, a másik agresszív és durva. Az egyik a szíveket nyeri meg a másik, leigáz és térít és öl. Az egyik az elmetébolyának következménye, a másik a lélek valóságának áradása, fogadása. Az egyik tévútra vezeti az embert, a másik az egybe. Az egyik anyagba, bűnbe köti a szellemet, a másik átszellemít. Az egyik félelemben, kétségek közt, tudatlanságban tart, a másik lelkesít, bölcsességre segít, világosít, gondoz és szeret. Az egyik tiszteletben tart, a másik lenéz, gyűlöl, üldöz. Én teljes akaratommal az élet, világosság, szeretet, bölcsesség, gondoskodás, az Abszolútum egy családjába tartozom. Nem kívánom megnevezni. Melyik értékrendet, melyik vallások képviselik. Azzal én már nem vagyok hivatott törődni. Az én dolgom, hogy minnyájukat meghívjam a vallás fölötti szeretetbe. Nem tisztem kimondani, kik alakítják a holtak történelmét. Az én tisztem az, hogy minnyájukat meghívjam az élve élők történelmének alakítására, megvalósítására. Én nem mutatok és nem mondok, nem jelölök, nem azonosítok. Úgyis van erre millió rajtakapó és rajta vesztő tudós és tudálékos is. Én az óceánnyi egyszerű kérdező polgáron segítek inkább. Én megbocsátani, bűnbánatot tartani, feloldani, feloldozni, felszabadulni segítek inkább. Azt beszélem, ki kell mondani. Igen, ez a két értékrend alakítja a közéletet. A testvér gyilkos és a szerető iker. Ki kell mondani, mert ez az igazság, és megbánni, megbocsátani csak a beismert és tiszta igazságot lehet. Elengedni, feloldani, új alapokat kezdeni, építeni, felülkerekedni, barátokká lenni, összefogni, gondoskodni, szeretni, bölcsülni, emelni, gyógyítani csak eme feloldozás és feloldás révén lehet. A vallások hidak, házakat építettünk rájuk, és most leszakadtak. Hála a hidakért, persze, legyenek hidak, menjünk át rajtuk, de ne építsünk rájuk házat. Azért vannak, hogy átjuthassunk, átmehessünk rajtuk. A vallások abszolútumába vezetnek. A tudomány abszolútumába vezetnek. A politika abszolútumába vezetnek. Ha nem azt teszik, hanem korlátaik közt börtönben tartanak, ha önmagukat célnak kiáltják ki, akkor átkot vonnak magukra és híveikre, és elpusztítják a világot. A hatalmasok szabadok és szabadítók, szeretőgondoskodók, segítők, gyógyítók világoló, világosítók, szellemítő lelkesítők csak a hatalmaskodók hoznak létre zárt rendszereket, és ezekbe rabosítható tompa tömegeket. Csak a valójában nem hatalmasok, hanem csupán urhatnámkodók tartanak tömegeket tompaságban és zárt rendszerekben. Maguk sem hisznek, tudnak, ismernek semmit, és csak is így érezhetnek a valódi hatalomhoz hasonló érzést. Nem tudják, hogy a valódi és nem ilyen szánlandó álhatalom milliószor csodálatosabb. És az nem csak nekik, de mindenkinek milliószor csodálatosabb és valódi. Az rendszerekben az említett két értékrend közül 100% teljes biztossággal az életellenes kerül ki győztesen. Az életellenesek kiírtják az élettel együttállókat, majd magukra maradnak, és egymást is megölik, és kihalnak, miközben az egész bolygó sivataggá válik, és kipusztul. Ez pénznemekre vonatkoztatva is értendő, ám ez nem csak pénznemekkel van így a kulcs szó a zárt. A csillagok, a korok, a szentlélek, a bölcsesség, a szeretet, a gondoskodás jegyében, az önök szentés hadvezér jelenlétében, a vendég szellemek előtt kihirdetem a zárt rendszerek nyílt átételének szív ész általi parancsolatát. Az angyal felfénylik. Magasba emeli egyik kezét, és minden jelenlévő eredendő valóságára ébred. rálát bűneire, a világ szenvedésére, a végső igazságra, az attól való távolságára, és könnyei közt bűnbánatot tart. A felismeréstől nagyon erős napkoron a lyuk kitörés történik. A nap felsóhajt a szíve egyszerre dobban a megébredőkével. Nem veszem el a vallásaikat, mondja, hanem többre adatnak, az abszolút mukba teljesednek. Nem veszem el a játékaikat, de megnyitom az átrendszereiket. A valódi hatalomért elengedik majd az álhatalmaskodást, a világosságért a fényt, árnyat, sötétséget. A hitért a vallást, a tudásért a hitet, a bölcsességért a tudást, a szeretetért a bölcsességet, az azonosságért a kis ént elengedik. A kincseiért, a földi kincseket, az igazságért a jogot, a valóságért a tévedéseket, az egészségért és boldogulásért a félelmeket, vágyakat elengedik. Álmesterek, kócsok, álproféták, műjézusok itt is, ott is ezeket is elengedik. Így szól a nap, Ismerjék meg a szükség és az igény szavak közti különbségeket. Senkinek sincs szüksége kócsokra, csak a tompáknak van igényük. Az éberek tiszteletben tartják, hogy a tompáknak igényük van kócsokra. Csak a tompák nem tartják tiszteletben sem magukat, sem egymást, sem a kócsokat, sem az ébereket, sem a teljességet. Mindenkinek teljességre van szüksége, csak ezt a tompák nem tudják, az éberek pedig tudják. A teljesebb halmaz tartalmazza a kisebbet, és tudja, látja, élteti is azt. De a kisebb halmaz nem tudja, nem látja, nem élteti a nagyobbat, hanem ignorálja, használja, eszi, fogyasztja, feléli szennyezi, kínozza, tagadja. Kicsiny halmazok, a teljes végtelen örökké való világosság élet, minden hatóság, minden tudás, minden élés egy halmazába hívom önöket, minnyájukat, ebben nyissák meg az rendszereiket. Személyek, polgárok, kicsik, elesettek, szegények, tompák, csodálatos népek, testvéreim teremtők teremtettek. Nyissátok meg az rendszereiteket befelé, fölfelé. Adjátok magatokat többre, a legtöbbre. Isten szeretetéből termett a teremtett világ. Ebben a szeretetben önmagát a világba adta. Az anyagba süllyedt és azt átszellemíti. Amikor az egész világot átszellemítette, a műve beteljesül és tökéletessé lesz. Az elmében van idő, és amíg az időben ez tart, szenved a világ a tompaságban. A lélekben nincsen idő, és amint a lélek örökké valóságába kerül, az ember és Isten nem szenved tovább. Nyissátok meg zárt rendszereiteket befelé, fölfelé a teljesebbre. Tanuljatok embernek lenni, szeretni és hálásnak lenni. A lehető legkevesebbet ártsatok, és a lehető legtöbbet gyógyítsatok, használjatok a világnak. Az elmetébolyának illúzió és őrület labirintusaiból a költészet állapot kapuján át. A gyermeki rácsodálkozás tisztaságával teljesedjetek a lélek valóságába. Egy tanító, vallás, pap, hang, kép az elmetébolyának jegyében áll, vagy a lélek valóságában. És ha tételeik összessége nem is, de érdekel, hogy melyik áll az elme, és melyik a lélek jegyében. Kezdetnek vizsgáljátok meg, hogy ők azok a szeretet jegyében állnak-e, és működnek-e, az élettel vannak-e, vagy életellenesek. A bölcsesség és jó akarat jegyében állnak, és működnek-e, vagy ártanak, és ártalmasak gyógyítják-e a világot, vagy rontják? Áldása -e, vagy átok -e mind az élőlényeknek, az élőhelyeknek? A gondoskodás, emelés, átszellemítés, világosítás jegyében állnak-e, vagy élősdiek? sötétség el vagy világosság mind? Aki ezeket nem tudja eldönteni, vagy nincs szabadsága eldönteni, az befolyásolva van, megtévesztett, tudatlanságban, tompaságban tartott rab, aki viszont el tudja dönteni, hogy melyik melyik jegyben áll, Istentől kapott feladata és próbatétele az, hogy teljesedjen és gondoskodva gyógyítson. Az öntudatlan mulasztás vétek, a tudatos mulasztás bűn. Az első a szülők bűne és a gyermekek vétke, a második mindkettejük bűne. Az első a vezetők bűne és a népek vétke, a második mindkettő bűne. Az ilyenek nem buták, hanem lusták, és lustaságuk, kényelmük, murasztásuk, oltárán feláldozzák a világot. Képesek sarlatánoknak, álprofétáknak, műjézusoknak, kócsoknak, kuruzsloknak, hazugoknak, csalóknak, szektásoknak fizetni inkább, háborúzni inkább, mint hogy az igazságot keressék, és a világosságra ránézzenek egyáltalán. Ejátszák cinkosokkal a nagy színdarabot, hogy ők mindent megpróbáltak, de hát fizettek is, csak becsapták őket így. Nem kell változniuk, sem változtatniuk. A kényelmüket váltják meg csalóktól a helyet, hogy az ingyenes valóságot keresnék és fogadnák. A vallásokat, kócsokat, politikusokat nem azért tartják az emberek, hogy azok megoldjanak dolgokat, hanem hogy lehessen kiket, miket hibáztatni. Miért nem élték az életüket? Miért mulasztottak? Azért fizetik ezeket, hogy okolható bűnbakok legyenek. Nem a tevékenységeikért, hanem ezért. A bolygó a lustaságba és mulasztásba pusztul bele, a mulasztók és lusták pótcselekvésekért és egymás fedezéséért fizetik egymást. Akik többet mulasztottak, nagyobb kényelmet védenek, nagyobb vehemenciával, a többiek pedig irigylik őket, aztán helyet cserélnek, és tovább játszák a nagy színdarabot. Kényelem, hatalmaskodás, mulasztás, cinkosság, eltussolás, nem tudták, nem ők voltak, őket becsapták, akiket megbíztak, megfizettek. Kisemberként, egyedül, mit tudtak volna tenni? Ezek a tompák, az elmetéjbolyának fogjai, az intelligencia csúcsai. Ha az intelligencia lenne, a teremtés koronája itt már földi mennyországnak kéne lennie. Nincsen. Intelligenciából Dunát lehet rekeszteni, a világ mégis romokban is a lények szenvednek. A teremtés koronája nem az intelligens, hanem a szeretet ember. Az intelligencia szegényeket kreál, hogy gazdag lehessen, elesetteket, hogy kiváló lehessen, cselez, tompákat kreál, hogy hatalmaskodhasson, félelmet és vágyat, hogy úrhatnám, irányíthasson, manipulál hiteget, téveszt, hogy felhasználhasson, háborúkat kreál, hogy gyarapodhasson és elbújhasson. Programokat csinál, amiket komolyan vetett, hogy mulaszthasson tovább és tovább és tovább. Megoszt és uralkodni próbál. Nem alkalmas, ezért mindenki szenved, ellentétet szít pártokkal a nép között, kormányokkal az országok között, kamattal, hitel, tartozással, adósággal, nemzetek, családok között. Amikor egér út kell, ellentétet szít rasszok, bőrszínek, nemek, családok, családtagok között, férfiak és nők között, fiúk és lányok között, és szétzilálja a családokat. A tompák pedig vevők a műsorra, hiszen nyerészkedhetnek, profitálhatnak, és ami fő, nem kell arra gondolniuk, hogy mulasztanának, vagy lusták, és mulasztásuk nyomán pusztulásba viszik a világot. Mindenkinek magának kell megvívni az Armageddoni ütközetet. Az Armageddoni csata most van, itt történik. Nekem magammal, a világgal, önökkel, önöknek velem, a világgal, a vallásaikkal, az átrendszereikkel, de legfőképpen a lelki ismeretükkel, önmagukkal. Az Armageddoni ütközetet mindenkinek magában kell végbevinnie. Ha veszítenek, a világgal pusztulnak. Ha győznek, a világ is élni fog önökkel. újabb visszahőkölés után ismét beleszúrok a világ szövetébe. Gondolom és látva látom, amire a legnagyobb a szükség. Megint a megkérdezett a levelek írója beszél. Vajon megvárják-e, hogy három éj három nap elteljen, vagy eltávoznak? Kibírják-e álmatlan, alvatlan, hogy beteljenek az órák. senkin sem látszik, hogy már kettő nap, kettő éj óta fent van, és megfeszültem, figyel. Így érkezik el a harmadik nap hajnal. Nem mindent látok, nem tudom az egészet elmondani, csak ahhoz engednek a jó erők hozzáférni, amiket nyíltan elbeszélhetek, amiket eddig is elmondtam, most eztán is elmondok, időtlen én az időben működőkről. Időben működő én az időtlenekről. Én mi most a kérdezett az apokalipszis miben létét mondja. Miközben a belégzést kezdi meg a táj, így beszél a megszólított. A szó nem összeomlást, nem katasztrófát, hanem a fátyol fellebbentését jelenti. Az idők végezete nem a világ vége, hanem az elme a lélek valóságára eszmélés. Az idő csak az elme illúzióinak egyike. A lélek valóságában nincsen idő, ott örökké valóság van. Az idők vége nem a semmi, hanem a lélek öröke, az üresség. Az üresség nem semmi, hanem minden, ezt már mondtam. Az üresség teljessége semmi nincsen. Az Isten művének betetőzője, aki kinevelődik, az ember műve maga az ember. Nem valami termék vagy produktum. És az apokalipszis leleplezés olyan, amely nem rontja el Isten tervét, de jobbá teszi az életet a Földön. A megpróbálók is Isten szolgálják. Minden csapat a nagy műért játszik a nagy kinevelődésért, Isten teremtésének, Isten tervének beteljesüléséért. A lét azért lehet törékeny, még ha a legfontosabb is, mert az élet örök. Isten tiszteletben tartja a szabad akaratot, és nem avatkozik be, hogy a kinevelődés valós legyen. Ha egy lény kinevelődik, azért az egyért is mindenét feláldozza, ha csak egy lény is kinevelődik, az a lény a teljes világot minden lényével együtt magában a mennybe emelheti. Értsétek meg Krisztust! A kétféle értékrend is, a vallások is eredetileg kötött és meghatározott módon ezt az isteni művet szolgálták, ezt a próba állást, kinevelődést segítették. Az egy abszolútum élet és világosság adta magát. Az elsődleges teremtek tovább, teremtettek, azok is, azok is, azok is, és lett a legbensejéből, a legkülsejéig a sok-sok világ. A legtetejétől a legaljáig, a legfinomabbtól a legsűrűbbig, a legéberebbtől a legtompább öntudatlan belefeledkezőkig minden és mindenki ezt a táncot lejti az Isten dalára. A vallások megromlottak, elhajlottak, már nem a meghatározott mederben, és már nem segítik a tervet. Ezért emeltem fel a szavam. Ezért hívtam össze ezt a konklávét. Kérem, hogy minden vallást térjen vissza Isten tervének megvalósításához segítéséhez. Kérem, hogy bontsák vissza magukat az eredetig, az eredeti ig, és adják magukat önmaguk abszolútumává, adják magukat többre. Kérem, hogy maguk is teljesítsék a próbát, és szeressenek, gondoskodjanak, nevelődjenek ki, és neveljenek. Eltértek Isten tervének megvalósításától, megsegítésétől. Túlkapásaik és mulasztásaik a bolygó szenvedéséhez, kipusztulásunkhoz vezettek. Térjenek vissza az Isten segítéséhez. Nem az egyik vallás dolga a másik vallásnak és híveinek az Isten terve segítéséhez való visszatérítése, a hívek észhez és szívhez visszatérítése, hanem minden vallásnak saját magát és a saját híveit kell megreguláznia. A sajátjai gonoszságaiért, túlkapásaiért, mulasztásaiért, tévedéseiért önök a felelősek. Önök egymás közt, maguk közt kell elintézzék a takarítást, nevelést, felvilágosítást. Ha nem teszik meg, kivesznek, Kivétetnek és kihullanak Isten tervének megvalósításából és a tervéből is. A leleplezés nem lehet teljes körül, hiszen a terv teljes felfedése elrontja a tervet, csak a 70%-át tárhatjuk fel, a 30%-ának ismeretlennek kell maradnia. Aki az egészet felfedi, valóban Lucifernek nevezhető aki a 70 át felfedi, az Isten családjába illő és méltó, mert gondoskodik, emel, szeret és gyógyítja a világot. Aki viszont a 100 ot felfedné, tönkretenni a tervet. A próbatételek, az értékrendek, irányzatok, vallások, nyelvek, bőrszínek, nemek, országok, népek, Isten tervének részei, a kinevelődésünk részei, kinevelőink Állapotuk és helyzetük viszont síralmas. Épp romba dőlnek és romba döntenek. A nemzetállamok az utolsó védművek a globális visszaélések ellen, akik meg akarják szüntetni őket, csak vissza akarnak élni a hatalmukkal. Akik nem akarnak visszaélni a hatalmukkal, azok nem akarják megszüntetni őket. Ha visszaélnének, nem szabad megszüntetni a nemzetállamokat. Ha nem élnének vissza, minek megszüntetni a nemzetállamokat? Önök kívül akarnak egységet, egy kormányt, kényszerrel, törvénnyel, fortéjjal, erővel, érvel. Amit így érnek el, megrohad és összeomlik, maga alá temetve önöket is. Csak is belül valóban létező és élve élő kiteljesedés nyomán, Maradhatnak el a nemzetállamok. Amikor sem veszély, sem érdek nem határoz már, hanem bölcs, világos, élő, szeretett mag körül, egészségben érik egy emberiség gyümölcs. Nem térjenek vissza Isten tervének segítéséhez. Ha nem teszik, magukat szüntetik meg. Még nem teszel bennük önök ellen semmit átadja az idők szavának üzenetét. Meghajol, és a bolygó könyörög a száján át. Élő igék szólnak a szakálla mögül, többre adatnak csak tisztelt meghívottak, s aki, amelyik nem engedi teljességbe magát, az a múlandókkal elmúlik végül saját maga mulasztása miatt. Másik későbbi órákra tekintek, Behajolok, zúg sisterek, Görbül foszlik az idő, Egy Ausztrál őslakos asszony lép elő, És a nők ügyében kérdez, Mit tesznek a kultúrkörök, Hogy a nők is megérkezhessenek, Ahová kell egykép válaszol, Hallom, tolmácsolom, Mit beszél a megszólított, néhány hagyományban ősi könyvben úgy tartják, hogy a nő a bűnbeesés okozója. Van, ahol Éva és az almát felkínálta, van, ahol tisztátalan kasztokkal házasodva beszennyezte a nemes kasztokat, és árulása nyomán lettek a betegségek, bajok, gondok, konfliktusok, egyáltalán a halál. Ez szerint a nemes kasztok nőtagjai egykor egyenjogúak voltak a férfi tagjaival, de vadakkal háltak és beszennyezték magukat, a társadalmat, és emiatt haragszanak rájuk mindmáig a szentiratoknak szót fogadva. A másikok egyszerűen az, hogy ha a férfiak nem nyomnák el a nőket, akkor félnek, hogy nem tudnának érvényesülni. A nők természetatta adottságai jókán birtokolják a szülés, gondoskodás, érzelmi intelligencia kinevelésének képességét. A férfiak természetatta adottságai jókán birtokolják a nemzés, ellátó tevékenységekre való képesség, védelmi feladatok ellátására való képesség erényeit. Ezek összeadva csodát hozhatnak létre ám elválasztva egymás ellen állítva katasztrófákra vezetnek, akik hatalmaskodni vágytak, mindent megosztottak ki, és kihasználták a megosztottságot. Felbomlasztották a nemzetet, az országok már csak betűk egy térképen, felbomlasztották a közösségeket, és legvégső soron fel akarják bomlasztani az utolsó védvonalat is, amely a gyermekeket, azok lelkét meg tudja védeni a közvetlen ráhatásuktól, amelyel azokat rabszolgává, robottá nem telenni lehet hipnotizálni. A család az utolsó védver, ami a gyerekek és a hatalmaskodók közé áll a gyermekek védelmében, hogy azok ne robotok, ne vallási fanatikusok, hanem emberi lények lehessenek. Az összeugrasztók, nagy próbaállítók, embergyűlölők, mindenkit becsapók, kihasználók, megtévesztők a káoszból élnek, a konfliktusokból húznak hasznot. Ütköztetnek, profitálnak, nem az élettel vannak, hanem életellenesek. Intelligensek, kegyetlenek, érzéketlenek, fortélyosak és tevékenyek. A jóság kevésbé tevékeny, inkább kivár, Megfigyel, nem avatkozik közben, a saját dolgával törődik, a tompaság búzgó és tevékeny, a jóság és be nem avatkozó. Emiatt volt szükség törvénykezésre és a törvények betartatására. Ha a férfiak nem lennének agresszívek, és nem nyomnák el a nőket, a nők lennének a vezetők. Emiatt volt szükség a megvádolásukra, ha a férfi és a nő közt harmónia van, a család megvédi a rabszolgává tompulástól a gyermekeket. Ezért volt szükség a nemek egymásnak ugrasztására. Ha még szavai meglátásai megfogannának a világban, az emberiséget nem lehetne tompítani, összeugrasztani. És az megakadályozna, hogy káosz legyen, és a káoszból az életellenesek profitálhassanak nem kivennének az Isten teremtéséből, amit csak bírnak, hanem teljesítenék a próbákat. Gondoskodnának, gyógyítanának. Akik az Isten tervének segítői nem profitálni akarnak, hanem emelkedni és emelni, terjesedni és a tervet segíteni. Akik nem gyógyítják a világot, hanem profitálnak a bajaiból, azok Isten terve ellen léteznek. Az élők atya a valóság, a második aki a hazugság. A hazugság atya embergyűlölő volt kezdetektől fogva. A hazugság atyának gyermekei teszik magukat, akik Isten ingyen kegyelmét, ajándékait visszatartják, porciózzák, pénzért árusítják, és akik megadóztatják eme ajándékért az embert, és még az Istent is akik kölcsönbe osztják kamatokért, amit csak ingyen tovább kellene árasztaniuk. Akik mások szegényítésével gazdagodnak, akik mások félelmeitől, vágyaitól, nyomorától érzik különnek magukat, és ilyen mondva csinált címek alapján hatalmaskodnak. Évezredek óta ez a módszer határoz, és a tompák a cinkosai. A szolga legnagyobb ellensége azonban a másik szolga, és nem az ura. A tompák, akik, hogy saját bűneikre ne kelljen figyelniük, kell válnak. Koncert. Az árulók, az ügyek buktatói. Cinkosokon, lustákon, mulasztókon, árulókon bukik el minden nemes ügy. Még az Isten terve is elbukna rajtuk, ha nem lenne a tervben még az az elmesélhetetlen, csoda. A 30 százalék. A félszemű azt akarja, hogy a nők és férfiak közt háború legyen. A család megbomlik, a gyermekek rabszolgák és katonák lesznek. Mégdi azt akarja, hogy bölcsé legyetek, szeressétek egymást, gyógyítsátok a világot és segítsétek Isten tervének beteljesülését. A félszemű azt akarja, ne tudjátok, mi a szabadság, hanem öljetek az életért, háborúzzatok a békéért, és azt higgyétek, a pénz az, amitől szabadok lehettek. Még Dé azt akarja, hogy megismerjetek a valóság igazi szabadságát, és sose vehessenek erőt rajtatok a félelmek, vágyak, életellenesek és félszemű embert gyűlödők. A félszemű azt akarja, hogy az öt nem képviselői összevesztenek, és a rendetlenség legyen. A mennyegző, amely által kiteljesülhetünk, ellehetetlen üljék. Még de azt akarja, hogy megbocsássatok. Bölcsességben a tévedéstől megszabaduljatok. Gondoskodva szeressetek, és mennyegzőt üljetek valóságotokkal, azt akarja, hogy nő és férfi kettőből egyként új napán gyúlva bevilágolja a világokat. Erejük vibráljon, oszcilláljon, áradjon és éltessen. Azt akarja, hogy ti mind magatokban és egymásban legelébb az ember tekintsetek, és csak azután a nemére, nemi identitására, szexuális beállítottságára, amíg ezt a közélet nem tudja megtenni, addig mindkét részről túlkapások lesznek, és a félszemű a markába röhög. A dzsinnyei működhetnek, és besöpörhetik a tompaság adóját. Halált, halált, halált. Az ember tekintsen az ember mindenkiben, és akkor a félszemű nem játszhatja az Isten terve elleni játszmáit mihelyt az ember tekint belőletek a másikban élő emberre, a nemek, identitások, érdeklődések sokadrangúakká jelentéktelenedhetnek, és a bántások, félelmek, túlkapások elmaradhatnak. A félszemű azt akarja, hogy ne fogadjátok el magatokat, és így ne fogadjátok el egymást sem. Még azt akarja, fogadjátok el egymást, így elfogadhatjátok magatokat is akik beugranak a félszemű megosztó fortéjának, vagy érdekből cinkosaivá engedik magukat, a világ szenvedésének és pusztulásának okozóivá lesznek. Mégis milyen tompaság kell ahhoz, hogy elhiggyük, ellenségekké kell lennünk, és bosszút kell állnunk egymáson végső soron, magunkon. Vessenek véget ennek az őrületnek, oldják fel a tompaságot, és adják vissza a nemek ős méltóságát. Vajon miért sikerül a félszeműnek gender studies, meg pereskedéseket, meg mozgalmakat indítani a nemesteremtés nem nemtelenítésére is? Mert nem tudjuk, hogy nők is, férfiak is lehetünk. És a lelkünk örök. Nem tudjuk, hogy a bántó szabályok és elvek, amiket szabadjára engedünk, Egyszer majd rajtunk csattannak. Nem tudjuk, hogy két ember, égi menyegzője, valódi frigye, mindenestől egymást szeretése, barátságban, családaságban, házasságban a legközelebb tudja hozni az emberi lényt, a szerelmetesség égi tisztaságához, és a szeretet legmagasabb megélési fokához, ahol már az Isten van jelen. Adjátok vissza a szerelemnek a szentségét, méltóságát, a házasságét, szint A férfi ereje fentről lefelé indul, a nő ereje lentről felfelé indul, a két élet frigyében a két erő minőség egyesül, fordul, pulzál, oszcillál, és felgyúl világol életed, fel és körbe-körbe is. -körbe, az élet táncol és árad és tündököl. Ez valódi szerelemben történhet meg csupán. Akik a szerelem szentségét, méltóságát megsértik, megrontják magukat és a világot. Bántják, büntetik egymást az öt nem képviselőit nemi beállítottságaik miatt. De nem az zavarja önöket valójában, hogy ki, ki ilyen vagy olyan, hanem hogy önök nem élik meg a szentséget, ők pedig ezért, mert megélik. Önök szerint méltók az önök haragjára. Nem az identitás a bűn, hiszen mindenki lelhet igaz, való szerelmet, hanem az a bűn, ha a testet nem szellemítik át igaz szerelemmel, hanem csak használják, és a lelket kötik testbe, nem pedig a testet emelik a lélekbe. Nem az a bűn, hogy az egyik ilyen, a másik olyan féle, hanem hogy nem mennyegzőt ülnek, és nem szent szerelemben. Legyen bár valaki nem heteró, ám ha feleséget talál, és ketten szent szerelemben, menyegzőben egyesülnek, a lelkükben meg nem Legyen bár valaki heteró, ha nem szent szerelemben, nem menyegzőben, nem lélekben egyesül valakivel, nem telenné válik, és védkezik a szentség ellen. Nem az identitás a bűn, hanem a szerelmetesség és szentség hiánya akik a szerelmet tisztelik, beteljesítik, egymást szeretve szeretik, mennyegzőben, lélekben, gondoskodásban egyesülnek az Isten előtt, és a lelki teljesedés útjára lépnek a frigyükben. Legyenek az öt nem közül akármelyikek, a rosszat jóra váltják, és szeretetük nyomán velük van az Isten. Ám legyenek jóba születettek akár, akik érintkeznek, ha nem szeretetben, frigyben, szerelemben és megyegzőben teszik, a jót is rosszra váltják át. Ne keltsétek fel a szerelmet, valamíg ő maga nem akarja. Ám ha ő maga igazi szerelem, tiszteljétek és ünnepeljétek. Ünnepeljétek őt, egymást, magatokat, és tegyétek ünnepi az életeteket, hogy Isten is részesülhessen a ti boldogságotokban és ti is részesülhessetek az övében. Nem a szerelem a vétek, hanem a méltatlan szerelem a vétek. A nemesség nemtelenítése betegítő út, a nemtelenség nemessé váltása gyógyító út. Szeretett, tisztelt, nők, lányok, asszonyok, szent anyák, még bocsánatot kér, hogy csak most tudott értetek felszólalni. De megtette. Bocsánat az öt nemtől is, a megoszthatóktól is, az országoktól, népektől, vallásoktól, irányzatoktól is. Mégdi szeret benneteket. És mint nagy szülő tekint rátok örömteli szívvel. Ne a nemek és irányútságok legyenek a másikakon számon kérve is elverve, hanem a lelkiség, szerelmetesség, méltóság, szentség, jóság, szeretet hiánya saját magunkon. Akik a saját szemükben a gerendát titkolni akarják, csak azok mutogatják hangosan mások szemében a szálkát. Édes nőtestvérek, megbocsátok nektek, és magam is a bocsánatotokat kérem. Tündököljetek, ahol a férfi példa hiányzik a családból és az országból, ott a gyermek és a nép gyámoltalanná válik. Ahol a női példa hiányzik a családból és az országból, ott a gyermek és a nép kegyetlenné és érzéketlenné válik. A nyugatnak nincsen apja, gyámoltalan vicc. A keletnek anyja nem volt, érzéketlen szörny. A nők tudják feloldani, amit ezen a téren fel kell. A nők törhetik meg a rossz szokásokat, a betegítő trendet. A férfiak sosem lesznek lovagokká, ha a nők nem nevelik őket azzal. A férfiak sosem lesznek kegyesek, érzékenyek, empatikusak, ha az anyákat egy vallás vagy tradíció nem engedi, hogy a férfiakat arra nevelhessék a férfiak nem fogják megkezdeni ennek feloldását, mert a férfiakat ott nem nevelhették anyák, ahol ezt fel kellene oldani. A nőknek kell elkezdeniük feloldani. Olyan fiak kinevelésével, akik érzékenyek, jóságosak és tisztelik a nőket. Amíg ingyen szajhák vannak, a nők méltósága ne csodálkozzunk, hogy sebzett. Amíg nem vagyunk király kisasszonyok, addig ne csodálkozzunk, hogy lovagok sincsenek. A kört a nők tudják megtörni, az átkot az anyák tudják megtörni, az érzelmi intelligenciát az anya példája plántálja az örökösbe, az értelmi praktikusat pedig az apa. A jóságot az anya, a bátorságot az apa, a méltóságot az anya, a becsületet az apa a finomságot az anya, az ügyességet az apa. Ezek elmosódhatnak, de 90%-ban így esik a dolog. Ne hagyják, hogy a félszemű megossza a családot és a rabszolgává tegye a gyermekeket, a következő nemzedékeket. Bocsássanak meg egymásnak maguknak, és ne kezdenek többet. Bánják meg bűneiket, tiszteljék meg a szerelmet, és ne kezdenek többet. A meg nem tisztelt szerelem ezred, de a megtiszteltnek, és bűn. A megtisztelt szerelem ezerszerese a nem megtiszteltnek, és nem bűn. Milyen tompaság vihet arra, hogy ne a valódi lélekszerelmetességet és mennyegzőt akarják választani. Akik pedig a bölcsesség tetőfokán és a szeretet tetőfokán androgünné váltak, Elmarad azoktól az ilyen ügyekkel törődés. A szerelmetesség nélküliség nem telen nemiség. A szerelmetesség nemes nemiség. Az androgünség nemes nemesség, amelyben a nemek kioltódtak és teljesen lelkivé teljesültek. Az androgűnség nem impotencia, nem rendellenesség nem nemtelenség, hanem nemesség és nemiségmentesség. Bármikor nemzőképes, de teremt és megél, és nem nemz. Az androgűnség nem a nemiség hiánya, nem valami hiánya, hanem a beteljesült, kiteljesült egészsége, teljessége, tökéletessége. Férfiak és nők, aranyközép lények legyetek. És amíg nem vagytok, törekedjetek az arany középre, a bölcsességre, a szeretetre, együttérzésre. Együtt. Nagy bölcsek, önöknek pedig mondom, a tiltással hazudni tanítanak. Ezt mondja a mondás is, a büntetéssel pedig gyűlölni. A tiltás és büntetés mindig törődés helyett van. Akik lusták törődni, mulasztanak. Emel mulasztás következménye a hazugság és a gyűlölet. Ezek feloldása a gondoskodás és a szeretet, a bölcsesség. Ám nem kellene, nem lenne mit feloldani, ha ezek kialakulását eleve megakadályoznánk törődéssel. A lustaság és a mulasztás helyett. Minden örökös törődésre, elismerésre, szeretetre éhes és minden bonyodalom abból adódik a Földön, hogy akik gondoskodhatnának, nem törődnek, nem szeretnek, lusták és mulasztanak. Lustaságunk és mulasztásaink következtében betegedett félholtá a világ. Akik a nőt büntetik, a férfit büntetik, a lustaságot választják a törődés helyett, az okoskodást a bölcsesség helyett, a vallásokat a valóság helyett, a dogmákat az Isten élő szeretett törvénye helyett, a félszemű tervének cinkosai lesznek az Isten terve ellenében. Ezek a halállal állnak együtt, és életellenesek ki lesznek. Bölcsüljenek, törődjenek, szeressenek, gondoskodjanak, aranyközépé emeljenek, összehozzanak, gyógyítsanak, és a világosság és élet abszolútum egy tervének nemes családjává váljanak. Szabadítsanak és szabaduljanak a valódi szabadsággal, a valódi szabadsággal. Csodálatos lányok, szeretlek benneteket, meghajlok előttetek. Köszönlek titeket, hiszek bennetek. Csodálatos nők, szeretem önöket, meghajlok önök előtt, köszönöm önöket, hiszek önökben. És csodálatos megszentült anyák, dicsértessenek önökben a reménységem. Így beszélt a kedves, a nőkhöz. Most az égre, vagy a benső égre néz. Ej, ledobott engem a látványlóva, és kihagy, sípol a kép. Ö, no, most visszajött. Nem tudom, mennyi maradhatott ki, az árnyékok nem sokkal hosszabbak, mint eddig. Egy afrikainak tűnő úriember áll a párnájánál, és kérdi, Elmondott-e mindent, amit akart? Ha igen, mi mindannyian úgy érezzük, szükségtelen szólnunk. Már csak azt kérdeznénk szintén minnyáján, hogy mit akar, miután hazatér? Mi vétedjük? Királyá, elnökké, érsekké? Mi akar lenni? Ki akar lenni, amikor otthon lesz? Érezhető az egybegyültek. Ezt a tapintatos módot választották, hogy jelezzék. Részükről örvendetesnek tartanák, ha véget érne a diskurzus. Nehéz most a látás, de megpróbálom. Még válaszolni készül. <coughs> Megtisztelnek jelenlétükkel, figyelmükkel, részvételükkel, kérdésükkel. Köszönöm. Csak ezt a találkozást szerettem volna, csupán megnyugodni, hogy amit egy kicsi ember megtehetett, meg is tette. Hazamegyek, és egyszerű kis házunkban, kertünkben szeretnék egyszerű, csendes, nyugalmas, szeretetteljes életet élni édesítvesemmel. Nem szeretnék posztot, rangot, semmit. Csupán szeretetben vele megöregedni. Megmaradni legkisebbnek együtt. Ennyit szeretne? hunyorított arcát lejjebb és előrébb tolva a férfi. Ennyit szeretnék, Isten kegyelméből, válaszolta a megfáradt öreg örök. Ez hangzott el, és az azt hiszem etióp férfi most körbe, és sokukkal összenézve lassan visszaül. Aludtam, elvágódtam, nem bírtam annyit, mint ők. Ők folyamatosan három nap, három éjjel át éberek ott, és számomra ugyanannyi idő hallani és látni, mint nekik, ahogy átélik. Megébredve ettem, és visszabújtam az időtlenségbe, ismét látva látom. Elköszönnek. Hó, búcsúznak. Kilépnek a körből. Ide ugrottunk. Étkeiket megették. Vízüket megitták, teáik elfogytak, párnáikat elrakták. A segédeik épp felveszik a fegyvereiket, és átadják nekik a meghívottaknak, bölcseknek, látszólag elégedetteknek. Most hirtelen érdekes az egyik vendég ordítva rohanni kezd. rohanni, és kardját a meghívóra emelve lesújt. Nem mondhatom, melyik vallás vénye. Nem akarok bajt. Lesújt, és a kedvesnek, megtámadottnak a segédje gyorsan észreveszi és reagál. A segéd kivonja Kezéhez legközelebb eső kardot, és a lecsapó kard útjába teszi. Hű, a pengék összecsattannak. A jelenlévők megdöbbentek, a megtámadott hátrébb lép előrébb a segédje. Csapás csapást követ, a támadó támad, a segéd védekezik pár másodperc csak, és a segéd hárít, közelebb el, és a támadó nyakához emeli a kardját megdermednek a támadó tekintetével, és kardja eldobásával beismeri, hogy veszített. Hú. A segéd megkegyelmez, és mindenkit nyugalomra int. Felemeli jobb kezét, és mindenki valóságára ébred. Szólásra készül, és megszólal. Ő a feleségem. Én vagyok a levélíró, Mégdi, aki eddig előttetek a segéd voltam. Ő pedig legkedvesebb, legelső tanítványom, aki eddig nem volt Mégdi, most azonban mindezeket kiállva, mindezekben megállva, Mégdi vélet ő maga is. Ha büntetni akartok, engem büntessetek. Ő nem érdemli, neki kegyelmezzetek, nézzétek el, bocsássátok meg. Bocsássatok meg magatoknak is, kérlek. Kérem a támadót, álljon el szándékától. Kezeskedem azért, aki ellen kikelt. Ne büntesse, kérem. Most felfedem, íme én vagyok a próba állító, és ő az én szeretett próba A mesternek költözött a segéd, és a segédnek öltözött, aki a leveleket írta. A mester csak így maradhatott mester, a tanítványból így válhatott csak mester, belőletek is így válhatott csak mester, hogy egy tanítvány tanítványai lehettetek. Van, amit csak mások szemében láthatunk meg, van tanítás, amit csak másokat tanítva tanulhatunk meg. Van próba, amit csak Másokért veszíteni tudva állhatunk ki. Még lettünk. Ti kik lettetek? Kik maradtatok? Akartok-e ti is még lenni? Ha valaki érti, érti miért. Aki nem érti meg, engem büntessen, Ő csak a tanítvány volt, aki feladatot kapott és teljesítette. Próba elé állt és kiállta. Az utolsó tanítást tanítva megkapta. Végig ő beszélt, és én figyeltem. Megkövetlek minnyájatokat. Áldott, ki érti és érzi, hogy mindez miért volt. Így beszélt, most áll és várakozik. S a tanítva enkinek fejéről most már a csukja lekerült, szerény szemlesütve, Szépségével, bölcsességével beragyogja a helyet. E harmadik, s gyönyörű, reggel szellői és fényei is állnak, dermetre illetődött a pillanat. Figyelek, látom, a támadó a két méhdi kezeiért nyúl, és homlokát a készfejeikhez érinti, majd felegyen esedik, és szól. Megdöbbentő, hogy a tanítvány ilyen. S ha a tanítvány ilyen, hát milyen lehet a mestere? S ha a tanítvány ilyen maga is mester. Magam is megkövetek mindenkit, áldott és ébredett az, aki tudja, miért tettem, amit tettem. A támadó így korrigál, aztán a jelenlévők mindahányan enyhén méltósággal meghajolnak felegyenesednek, majd egy szót sem beszélnek, csak elsétálnak a helyről. A segéd és méhdi, ekkortól már a két méhdi, ők maradnak csak ott. A fény és a szellő újra élednek. A próbaállító megöleli a helytállót, a párnákhoz lép, összerendezi őket, mutatja, le lehet feküdni, el lehet aludni. A helytálló lepihán, szuszog, boldog férje betakarja, és őrzi, őrzi, őrzi az álmát. Hazafelé A hazautról már máshogyan mesélek, röviden és múlt időben. Az eddigieket révülésben előre láttam jelen időben, mindezeket pedig a jövőből látom, mint megtörténteket. Ne kérdezzétek mi ez, nincsen idő ott, ahol ezek egyben jelen vannak. Bár a találkozóról szóló elbeszélés is kitesz egy könyvet, a hazauton elhangzottak és a hazatéréssel megvalósultak nélkül, nem lenne egész ki- és beteljesedett a történet. Amikor autójukkal, melyet űrbálnának neveztek egymás közt, megálltak Ankarában, hogy rendbe hozzák, kipihenjék magukat, és egyenek igyanak, az étteremben sokáig méregette őket egy férfi. Míg ők ettek, az telefonált mire többen is jöttek, és oda mentek hozzájuk, megkérdezték őke, akik az ütközetről jönnek. Erre hőseink igen elcsodálkoztak, és csak bólogatni mertek, ki tudta, ki lesznek előve, vagy mit is jelentsen ez a helyzet. Azok illedelmesek maradtak, és kérték, meséljen magáról az öreg ember. Erre az öreg ember átadta a tisztességet a feleségének, aki a következőket szólta nagy bölcsességében. Mire megöregszünk és bölcsek leszünk, már aki addigra kell elköszönni. Aki eleve úgy születne, hogy bölcs és mindent átlát, vajon kibírná tétlenül, szó nélkül vagy megőrülés nélkül mindazt, amit mi itt simán elviselünk? Nem bírná ki. Nem viselné el, megőrülne, vagy megszakadna a szíve, ha tehetetlenségre lenne ítéltetve mindezek ellenére, a látva látása mellé. Ha nem akarna megtébolyodni, és nem hagyna békén a lelki ismerete, kiállna, írna, beszélne, felmutatna, előadna, dalolna, verselne, felszólalna, szervezkedne, minden napján arra törekedne, hogy ezekkel mentse meg magát az ideg a világot a lustaságtól, butaságtól, önzéstől, félelemtől, betegségtől és kipusztulástól. Régen az ilyenekből mítosz lett, történet, a megalkuvókkal, fejüket elfordítókkal pedig jól lakott a feledés és az enyészet. Amikor az ősök elképzelték a világ végét, azt hitték, hogy ilyen korszakban jön el, és csak úgy magától, az ember akarata ellen. Nem tudták, hogy az ember hozza el. És egy olyan korszakban, ahol a megalkuvókból lesz mítosz és történet, és a hatalmas szívű bölcsek kieszközölt jussa lesz a feledés. Ekképp szólt a jó asszony, s mivel a jelenlévők a fértől is várták, hogy szavaival megtiszteli őket, muszáj volt annak is beszélnie. Élt egy öreg ember, aki az egészségről, gyógyulásról, gyógyításról írt, beszélt és dalolt, minduntalan, amíg csak páron figyeltek rá, nem zavart senkit. De amikor már idézték, említették, hivatkoztak rá, és meghívták, hogy előadjon, és az előadásait százával hallgatták az emberek, akkor már zavarni kezdte az orvosokat. Ráadásul a témakörök olyan vonatkozásaiban is megnyilatkozott, ami már a betegeket is zavarta. Amikor aztán már a papok is kapcsoltak, hogy az öreg még őket is zavarja, akkor összefogtak ellene és elhallgattatták. Akik sok évvel az illető élete után rátaláltak a ki nem adott utolsó könyvek kézirataira, annak elolvasása után rádöbbentek, hogy azokban valódi egészség igazi gyógyulásra rejlett. A betegség vagány, a betegség az új egészség, írták odakint, minden plakátjukra jól beváltak, a biztos ösvényt, járatlan élt el nem hagyók, hagyatók, profitálók, visszatartók, porciózók, felosztók, hálózók, a személyből férő helyet, darabot számolt fejös tehenet csinálók. Végül az iratot megtalálók véletlenül kiestek egy olyan szálloda ablakán, ahová be sem voltak jelentkezve. Ezeket mondták, majd elnézést kértek és kérték, hogy hat folytassák az étkezést. Akik jöttek és kérdeztek, fejbiccentés után elköszöntek és távoztak onnan. Bolu és Isztambul települések között egy szakaszon egy rendőr leintette az utazókat. Igazoltatott. Rájuk nézett aztán a képeikre, visszaadta az irataikat, és mindkettejük ledöbbenésére ugyanazt kérdezte, amit előző éttermi afférjukkor az asztaluknál megjelentek. Önök az ütközetről jönnek? A méhdik Megint, de most már mosolja a arcukon bólogattak. Még vagyunk, jó napot kívánunk. Csodálkoznak, biztos. Szólnak nekünk fentről, tudják. Na és meg akarnak öletni, vagy még jók vagyunk? A rendőr egyáltalán nem tartotta viccesnek a felvetést, mintha meg se hallotta volna, egy kérdést kezdett gondosan bevezetni. A bátyám buddhista, a hugom megszökött, valahol Dániában él, keresztény. Én becsületből a családnál maradtam. Bátyám azt mondta, allak az üresség. Mi az üresség? Mondja, öregember. Az öreg így válaszolta. Az üresség nem semmi, hanem a mindenség. Az üresség teljesség, a semmi nincsen. Még itt nem szeretik, amikor ezt mondja, de a buddhizmus győzelemre vitele a valódi kereszténység lenne, ha megvalósítanánk a valódi kereszténységet. Intézményben nincsen valódi buddhizmus, és nincsen valódi kereszténység mert az intézményes meglétük lehetetleníti el a valódiságukat. Amelyik van, az nincsen, amelyik valódi, az úgy testesül, hogy valódivá minősülés a pillanata magával hozza az intézmény megsemmisülését. Aki érti, érti, aki nem érti, nem érti. Aki nem érti, nem éli. Aki csak érti, félig éli. Csak aki éli, az érti. A valódi kereszténység az éteri szeretet megélése, az áldozathozatal, ami ha van, akkor az intézmény nincsen, ha nincsen, akkor semmi sincsen. Ha semmi sincsen, akkor az intézmény csak egy daganat, és nem több. Az intézmény megléte az áldozathozatal hiányának bizonyítéka. Az egyetlen ami, aki valójában van, az egy abszolútum. Nem semmi, hanem üresség. Az üresség nem semmi, hanem minden. Az üresség teljessége semmi, az nincsen. A valódi buddhizmus a látszat-buddhizmus abszolútuma, és már nem buddhizmus. A valódi kereszténység a látszat-kereszténység abszolútuma, és már nem kereszténység. Minden vallás az abszolútumában valódi csupán, és amíg nem az abszolútuma, nem valódi. Amikor pedig az abszolútumává lesz, nem vallás. Minden vallás félkész, amikor pedig készek kívánnak, megszűnnek vallásnak lenni, és valósággá teljesednek. Ha célnak nyilvánítják magukat, létrontást követnek el, ha útnak, azzal segítség lehet nének, ha nem csinálnák rosszul, mint mostanában pár száz éve. Sajnálom, lehet vélemény, meg érdekvélemény, meg tompa vélemény, meg félelemvélemény, vélemény, félelem vélemény mindenről, ezerszer ezer is, de ez van, ez nincsen. Nehéz szeretni ezt a itt. Ezt tudjuk a bátya becsületért mondani. Most pedig kérem, hallgassa meg a feleségemet, az ütközetben helytállót, aki az ön húga becsületéért fog elmesélni valamit. Köszönöm a gondoskodást, mondta a rendőr. Az asszony át is vette a szót. Mondhatnánk, Jézus nem volt keresztény, kezdte. Jézus teljesség lény és élet és világosság volt, van. Jézus minden vallásé volt, és most is minden vallásé, mert mindezek abszolútuma. Nem Jézus nem fogadja el a vallásokat, hanem azok Jézust amelyek megvalósítják, úgy szűnnek meg végül, hogy abszolútumokká teljesednek, akik nem valósítják, meg úgy szűnnek meg végül, hogy a bűneiken kívül mindennük elenyészik majd. Jézus abból van akit, amit a vallások még elképzelni sem tudnak, amihez akihez felérni sosem fognak. Csak is azok érhetnek fel hozzá, akik a vallások abszolútumává lesznek maguk is. Nem minden nélkül, hanem mindenek után. Nem mulasztásokkal, hanem ténylegesen. Azt, hogy a bolygón mi folyik a Krisztusi tanításhoz, minőséghez képest sírva lehet csak felsorolni. Míg a tatár török seregek, vagy a nyugati áfium évszázadai sem tudtak akkor a kárt okozni a kereszténységnek, mint azok a nagy zsebében fickándozó maffia kormányok és egyházak, akik magukat kereszténynek mondva a kereszténység nevében csalnak, lopnak, hazudnak, rabolnak és gyilkolják a világot. Fölösleges mutogatni nem attól azok, hogy rájuk mutatunk, hanem maguktól azok, és akkor is azok, ha nem mutat rájuk senki. Soha senkinek sem sikerült akkora helyrehozhatatlan kárt okoznia a kereszténységben, iszlámban, buddhizmusban, mint éppen az úgymond képviselőiknek akik a szeretet nevében nézik hülyének az emberiséget, akik a bölcsesség nevében butítanak, a világosság nevében tévesztenek meg, az igazság nevében csalnak meg, a becsület nevében lopnak, a szeretet nevében küldenek gyilkolni, a honvédelemre hivatkozva árusítják ki a hazát, az embert, szent eszmék nevében kényszerítenek bűnzett tömegeket, üzletelnek azzal, amit az ingyen kegyenemből kapunk, kellene kapnunk és azt hazudják, hogy csak az őket szolgálók üdvözülnek, csak is rajtuk keresztül juthat valaki a mennybe. Politikai maffia egy-egy polip karjává adta magát a sok egyház, a százház. Mit kezd ezekkel méhdi örök ember? Arra, hogy ezekre mutogasson, akad sok ezer vállalkozó a földön ő nem a rossz felderítésére és leleplezésére adja, adta az életét, hanem a való felmutatására. Nem még di dolga a sötétek felemésztése, arra ott van a végső sötétség, amelyel maguktól ellenyésznek végül. Még di dolga az, hogy mindenkinek, még nekik is világosságot ajándékozzon, hogy aki abba tér meg, elnevesszen a sötétséggel, amikor a sötétség maga is elvész. Nehéz szeretni ezt a mégdit és hogy miért választotta pont Jézust ebben a száz ház és száz vallás kavalkádban a barátainak is rejtély. Majd minden vallást megismert, minden filozófiát átvett, számolt, írt, olvasott, létezett, és már élve él is, és mindenek után, mindezeken túl, élve élése közepette, Krisztus mellett voksolt, mi végre. Ez azt jelenti, hogy katolikus, református, akármis? Nem azt jelenti. A Krisztus Jézus mellett döntés egyáltalán nem és nem és nem jelenti a jelenleg regnáló felekezetek mellett döntést. Nem jelenti a bizánci, római és semmelyik verziók mellett voksolást. Ehelyett a valódi Krisztus Jézus valódi tanításaihoz tartást jelenti és mindahhoz tartást, amiből ő a tanítása jött, lett, van, és soha el nem múlik. Mégdi abban hisz, amiben Jézus hisz, az félút lenne, ha csak benne hinne. Nem tartozik szektákhoz, és nem is alapít újabb szektát. Aki a nevében akarna a jövőben ilyesmit, kéri, hogy ne tegyen ilyet. Nem vezető, nem alapító, hanem gondoskodó, visszafejtő. Azt mondja, nem újabb szektákra van szükségünk, hanem a valódi egyházra, amit szerintem még sosem valósítottak meg intézményesen, mert az lélekben van, és az egyben. Amit egy reformátor sem tudott végbevinni, a saját életére vonatkoztatva véghez viszi. És erről mesél mindenkinek, aki kérdezi és meghallgatja. Csak saját életére alkalmazza, a másokét rájuk bízza. Nem térít nem avatkozik és nem szól bele az ember életébe, hanem felmutat, örökít, hagyományoz, elérhetővé tesz ajándékoz és kérdésekre válaszol. Aki keres és kér, annak nyújtja át, amit át lehet. Aki saját életére alkalmazni akarja, amit ő a magáira, nyugodtan megteheti. Aki nem akarja, távozhat. Visszafejt Jézusig és Jézuson keresztül az egyig. Jézusig vissza a holtak történelmén végig, és Jézuson keresztül az élve élők történelmén végig, tízezerszer tízezer éveken túl az egybe. Közömbösségből vallásba, abból hitbe, abból ismereti tudásba, abból bölcsességbe, abból szeretetbe, abból azonosságba és az egybe. A holtak históriájából vissza az élve élők históriájába, az időből az örökké valóságba, a káprázatból a való teljességbe. A történelemkönyveket könyveket a győztesek írják, a vesztesek rovására. A tartalmuk a legnagyobb jó indulattól is csak kiszínezett fiktív múlt, a valóság negyede se. A valóság mindenki története lenne, amelybe minden aspektus mögöttes okszándék ok, okozat beletartozik, és nem csak az önajnározás, önigazolás és pátosz, nem csak a legyőzött vagy legyőzendő deonesztálása és a győztes bizonyítványának magyarázása. Rémtettek agresszió és ezek eszmékkel igazolása. A szentség nevében elkövetett bűnök históriáját még után szabadon, nyugodtan elnevezhetjük a holtak történelmének. Ez a felszín, a látszat, a PR, amivel eladják a köznek a hátsó szándékot is, az azért elkövetett gonoszságokat. A cél szerintük természetesen szentesíti az eszközt, mert szent teljesen rendben van, hogy milliók halnak meg, vagy szenvednek miatta. A holtak történelme a tébolyodott elme által felhasznált intelligencia tombolásának meséje. Ám de létezik az élők történelme is, amely a teljes kép és valósága látszat mögött. Így vallja az öreg, de ennyivel sem elégszik meg az élveélők történelmét szemléli, figyeli, éli, és annak a tevékeny és nem tevékeny részese formálója. Szándék nélküli tett, tett nélküli szándék, szándék nélküli szándék, tett nélküli tett, a nem cselekvés általi hatás. Míg a holt, aki az elmetébolyának történelme, az élveélő ki a lélek valóságának teljessége akik ezt szemlélik, művelik, élik, alakítják, azok nem a múlandó, hanem az örök végtelen teljes egész valónak, a világosságnak és életnek, az egynek, az abszolútumnak az ekléziája. Gyógyítják a világot szeretetben, bölcsességben léteznek és az egyben élve élnek is. Teljességből szemlélik az efemert, és teljesekként meglátják az efőmer rejtett teljességét is, és gyönyörködnek. Mint felnőtt gyermekek. Az ilyenek a holtak történelmének riamlása, az ajlása közepötte is az élve élők történelmét létezik és élik. Ők jegyzik és örökítik mindazt, ami a minden látszat mögötti valóság, a minden felszín alatti lényeg, a minden magasság feletti mélység. A holtak történelme a túlélésről, érvényesülésről, sikerről, mások rovására, a világ kárára létezésről, az anyagiakról, a bűnről, a jogról, a jogtalanságról, a látszatról, a szellem, lélek, anyagba kötéséről, a nyílt rendszerek zártak az érdekről, a profitról, a kielégülésről, a csalásról és önbecsapásról szól. Az élők történelme az önmegváltásról, önmegvalósításról szól, de aki ezt az elmetébolyában tévegő tudattal műveli, minden és mindenki szenvedése árán viszi végbe, aki pedig a lélek valóságából szemlélő tudattal műveli, az a saját szenvedése és a világ gyógyítása közepette. Az egyik alárendelő és mások rovására érvényesül, a másik mellé rendelő és másokért is érvényesül. Az élve élők történelme pedig, örök teljesség. A buddhizmusban az önmegváltás a cél, akik sikerrel járnak, az elme rabjai szerint megszabadulnak, és kiszállnak a körjátékból. Csak akik lélekből szemlélnek, azok tudják, hogy a tényleg megvilágosodottak, megeső szívvel odafordulnak a nagy megszabaduláshoz, és magukat adni kezdik mások önmegváltásához segítségül. Egymás közt bóthiszatváknak nevezik a hasonló minőséget. A kereszténységben és itt az eredeti romlatlan, el nem Krisztus Krisztusira gondolok, ez a bóthiszatvaság lenne az alap. Az egyikben önmegváltás van, és azt követően a nagy megváltáshoz megeső szívvel segítségül odafordulás és önmagunkat adás. A másikban megváltás van, annak megértése, felfogása, elfogadása, megélése, megtartása, megbecsülése, szeretet, háló, mások emelése, gondoskodásban, kicsiben a családban, nagyban a nemzettel, népekkel, emberiséggel, minden lényel. Ilyen megközelítésben a megvalósult kereszténység ugyanaz lenne, mint a megvalósult buddhizmus. Megvalósult teljességükben semmi sem különböztetné meg őket nem a megvalósultságukban különböznek, hanem a megvalósulatlanságukban. Megismételjem? Ez a legtöbb vallással ugyanígy van. A van különböznek, mégis a különbségeik miatt vetélkednek, verekednek és ölnek, csalnak, rontanak meg világokat, sorsokat, történelmet. Tébolyult, aki kudarcok összehasonlításában versenyezés, bűnös, aki emiatt elvéti az irányt és elterel másokat is a lényektől. A valódi kérdés nem a miért, hanem a hogyan. Nem az, hogy miért választotta Mégdi Krisztus Jézust, hanem az, hogy hogyan keresztény, hogyan buddhista, hogyan szúfi egyszerre, és hogyan tekint Krisztusra. Persze, hogy azért, mert látva látja, hogy a vallások folyamataikban különböznek, de abszolútumukban azonosak. Persze, hogy azért, mert ebből adódóan az abszolútumuk az eredetük, és a céljuk, valóságuk is. És eme abszolútumukból szemlélve megesett a szíve mindahányon. Persze, hogy azért Jézust, mert ő az egyetlen, aki oka, eredete, okozata, ki és beteljesítője, valamint árasztó ajándékozója is mindegyikük abszolútumának. Persze, hogy Krisztus Jézus az a karakter, aki nem csak megvilágosodott, nem csak szent, nem csak hadvezér, hanem próféta király is, és mindezek együtt egyszerre ő úgy, ahogy éli, hordozza, képviseli, megvalósítja és örökíti is mindezt. Az eredetből jött, azt megtartotta, és egész létén át a legnagyobb külső és benső viharon, kínon, halálon át is örökítette a valós, teljes lélek önmagát. Egyből jött a kettőn át, és a kettő áldozataként is megtartotta az egyet. Sőt, a bölcsesség háromját megélte, az embereknek adta, és minden után egyből egyé teljesedve győzedelmeskedett. Szám egyből minőség egybe egészült és teljesedett. Megkapta, megélte, megvalósította, megtartotta ajándékba is adta a hármat, az egyet, az egyet, és mégdi ezt az egyet látva látja, és elfogadta, és szereti és hálával megköszönve élni igyekszik. Jézus létezett, szeretett, meghalt és élve él. Ő a megvalósult buddhizmus, kereszténység, szufizmus, alkímia, szakrális királyság, és mindezek eredet és cél abszolútuma. Az előttük, az utánuk és az egész. Az abszolútum megvalósulása emberként, és az ember, aki megtartotta, átmentette és oda is ajándékozta az abszolútumot, mielőtt visszatért az időből az örökkivalóba, a részből az egészbe, a kibillentből a teljességbe, a fényből és a sötétségből a világosságba, a létből és halálból az életbe, az emberből az Istenbe, a számosságból és sokadalomból az egybe. Mégdi nem elégszik meg a vallások kudarcai közti különbségekben versengéssel. Az eredeti tiszta bölcsességre, életre, világosságra rakódott ocsmány hazugságok és tévedések simítgatásával. Csak is a vallás feletti abszolútum egy érdekli, és minden irányzat megvalósulása a való. Csak is ennek a legtöbbnek a fogadása és árasztása. Akik nem ebből szólnak, írnak, tanítanak, merítenek, és mégis vallásokat tartanak fenn, azok létrontást követnek el, és betegítik, mérgezik, kínozzák, gyilkolják a világot. A folyamatból nem maradhat ki az isteni kegyelem sem. Bár a mégdiség mérleg és hajlamos arra, hogy úgy lássa, vagy a teljes igazság, vagy minden más fölösleges, sosem az ember ellen szólal fel, hanem az emberért. E kegyelem jegyében fordul minden ember felé, ami szigor érezhető benne, az olyan intézményeknek szól, amelyek az embert és a bolygót sanyargatják. Kegy az élőnek, szigorúság, nevelés, gyógyulás az élősdinek. van -e egy az intézménynek is, amely hibás a nem hibáshoz képest? Az intézménynek van, a hibáinak nincsen. Gyógyítás van és gyógyulás van. A mégdik munkássága pedig teljességében erre irányuló felhívás – talán ez is egyfajta kegyelem az Isten részéről, és csak kötelességteljesítés, együttérzés hőseink részéről. Elnézik-e az intézményeket? Elnézik. Elnézik-e a hibáikat, bűneiket, terelésüket, kifogásaikat, önigazolásaikat? Nem nézik -e el. A realitás a tökéletlenség, a valóság pedig a tökéletesség. Amíg az intézmények a tökéletlenséghez tartanak, nem gyógyulhatnak meg, és nem is gyógyíthatnak igazán. Ha majd a tökéletességhez tartanak, akkor sem lesznek tökéletesek, de gyógyultak és gyógyítók lehetnek. A látható egyház hibás, bűnös, korlátolt, keretek közé zárt rendszer. A valódi, lelki-szellemi egyház azonban végtelen. Amíg a láthatatlant nyírják és gyömöszödik bele a látható kereteibe, addig megrontják vele a világot. Ha majd a láthatatlan végtelenségébe szabadítják a látható egyházat, ha majd az élők történelmét szolgálják nagyobb mértékben, és nem a holtakét, akkor kezdhetnek úgy működni, ahogyan Jézus kérte, és amire fogadalmat tettek. Hogyan választja Krisztus Jézust méhdi, zöld, csitkó, vigasztaló öreg ember, kereszténység feletti keresztényként, szufizmus feletti szufiként, buddhizmus feletti buddhistaként, szakrális királyság feletti abszolútum való egy élet és világosság élve élőjeként. Krisztust, mint a kereszténység, szufizmus, buddhizmus, stb. abszolútum eredete, megvalósulása és önvalójaként aki élve, éli és megvalósítja mindezek abszolútumát. Úgy választja, mint ősét, mint nagyapját, mint szakrális királyát, mint táltost, családot, ekréziát, otthont égiszt, életet, világosságot, szeretetet, igazságot, valóságot, bölcsességet, testet, lelket, szellemet, mítoszt, mesét, Másokért elbukva győzedelmest, megváltást, egyet, mindent, ürességet, teljességet, egészséget, tökéletességet, nagybetűvel embert, Istenben és vele élőt, végtelenséget és örökkivalót. Vallás függetlenül, de nem vállalás függetlenül. Nem vallásosként, de élve élőként, és mint a vallások abszolútumát, nem mindegy, hogy egy közösségben Isten éje a hatalom, vagy a hatalomé Isten. Az ön húgának, bátyának, önnek, nekünk ugyanaz a vallás feletti vallásunk. A szívünk tudja, csak az eszünk nem tudja még. Allah tudja, csak az ember nem tudja még. Ha szeretjük egymást jó testvérekként, és azzal törődünk, ami összehoz minket, ami hasonló bennünk, és ami minnyájunkban gyógyír, akkor az egy is örvend, és az ember is méltó lesz. Akkor az egy dolgaiban járunk, és nem a tévedők dolgaiban. Amikor az ékesen és merészen szóló mindezeket elmondta, és mondandóját befejezte, a közúti rendőr készfogással mindkettejüknek megköszönte a törődést, és felajánlotta, hogy Isztambulig rendőri kísérlettel felvezeti őket. Így is történt. A városban melléjük lassított, integetett, és azt kiáltotta. Arkadás! Háttárs! Igen, igen, Háttársak, igen, kiáltották utána, miközben elhajtott. Így telt Isztambulig az egyre érdekesebb út. Isztambulban kicsit körülnéztek, éjjelre meg is szálltak. Már számítottak rá, összenevetve fejtegették, vajon mikor horjon elő a következő küldött. Egy autentikus teázóban pihentek épp, amikor előjött. A tulajdonos fiaként mutatkozott be, és az európai politikáról kérdezett. Az öreg így válaszolt. Volt egy város. Az atyák olyan hidekat építettek, amiken nem lehetett átmenni, mert arra nem voltak alkalmasak. Szépek voltak, de ha valaki megpróbált volna átjutni rajtuk a túlsó partra, ezer dolog miatt hult volna a mébe, már negyed úton. Mindenki tudta, hogy olyan hidakra lett volna szükség, amiken valóban át lehet menni. De senki sem mert szólni emiatt. Egyesek azért, mert lekenyerezettek, cinkosok voltak, mások azért, mert megsarolták őket. Megint mások azért, mert adósságuk miatt. Nem tehették meg, hogy szóljanak. Így hát a városatják és miattuk szenvedett, reket meg, vesztegelt, önigazolt, terelt, hazudott, csalt, vetített, nyelt, nyalt, kínlódott és kínzott, és szabadkozott, és szégyenkezett és kussolt az egész város. Az a fele is, amelyik egyik kategóriába sem tartozott egészen egyszerűen csak le lett legyintve, hülyére lett véve, és meg lett fenyegetve. Tehát múlt az idő, és ha netán pár évtizedenként akadt egy-egy, aki felmerte tenni a megfelelő kérdéseket, mindig megmagyarázták neki, hogy de hát mi építettük, és már sok-sok éve, régóta hidak, és olyan szépek, és a történelmi értékük, és az eszmei, és az esztétikai, és műemlék, és mindenféle jelentőségük olyan hatalmas, és kellennek ezek a hidak, és mindenki, aki a hidakat bántaná, a közt, minket bántana, és stb. stb. mindig csak ilyeneket beszéltek. Saját bűneiket a közzel takarták. Hiába mondták a legbátrabbak, hogy de hát nem lehet rajtuk átmenni ember. És kellenének olyan hídak, amiken át lehet, mert azért híd a híd, hogy az híd legyen, és nem azért, amilyennek ezek szóval, hiába mondták ezeket a bátrak, mert a cinkosok, a lekenyerezettek, a megzsaroltak, a megfélemlítettek, a városatják, a slepjük, és a nekik tartozók mindig túl és mindig lehúrokták, vagy leintették őket. Önigazoltak, megmagyaráztak, kiretusáltak, ellepleztek, összekacsintottak, lefizettek, ellehetetlenítettek, nevetségesítettek, bemocskoltak, és még öltek is. Egy napon aztán tűz ütött ki a városban. Akkor a tűz, aminek az eloltásához nem volt elég oltóautó és technika. Nem volt elég semmi sem. Leégett minden, leégtek a hidak is. Mindenki meghalt. Ö, rendkívül köszönöm az őszintességét, uram, mondta az ifjú. Mondja ön, hogyan vezetné az országát, ha tehetné? Sem kardot, sem koronát nem érdemlek. Nem vagyok méltó, sem képes vezetni az országomat. Ahogy vezetni kellene, az a vallás feletti szeretet és a bölcsesség alapú, egymásról gondoskodó társadalom lenne. Nem hívott el sem Isten, sem ember. Amíg ez így marad, csak haza kívánunk jutni és együtt, szeretetteljes házasságunkban egyként megöregedni. Higgy el, ezek legalább olyan hatalmas dolgok. Minden tiszteletem az önöké, zárta le a fiatal a faggatózást, és hozzátette, a podgyászukat a szobájukban, az autójukat az udvarunkon találják. Áthozattam őket ide, kijelentkeztettem önöket, kifizettem a számláikat, önök már az apám vendégei, a portál megmondják, melyik lakrész az önöké. Bármeddig maradhatnak, jó éjszakát! Hogyan hozatta át az autójukat, a podgyászukat? Ezen tanakodtak most már egymás közt, és hátborzongatónak találták ezeket a sejtelemes történéseket. Az is eszükbe jutott, ha már nem ártanak nekik útközben, lehetséges, hogy meg is védik őket? Ha rosszul válaszolnak, vajon került volna valami a teákba? Edirne küldötte egy botos. Papa lett. Azt mondta, azt tudja, mi az ember bűne, de mi a társadalomé. Erre a jó asszony, nagyasszony elővette a noteszét, és felolvasta neki, amit pár órával azelőtt írt bele. Egyszer egyenesen a tényleges mennyből egy tényleg angyal szállt le a parlament oroszlányainál, és három lapot adott át az arra járóknak. Volt nagy csodálkozás, de azért felfogták, amit mondott, hogy azokon a lapokon a tökéletes tanítást találják, ami pont ahhoz kell, ami most ténylegesen az emberiség baja meghagyta, hogy ha követik az instrukciókat, és azok szerint élnek, akkor megmenekül az emberiség. De ha nem teszik meg mindezt, akkor kipusztul. Azzal Isten kegyelmét hátrahagyván visszaemelkedett a mennybe. Voltak, akik örültek, voltak, akik üzletet láttak a dologban, és kihasználták azt millió módon, ahogy az csak eszünkbe tud jutni, Mindent megpróbáltak, nem sorolom. Videó, erekje, sztori, előadás, blog, vlog, újságcikk, kisregény, képeslap, távgyógyítás, oroszlán, kőpor. <laughs> Mégis sorolom, de nem akarom. Ez csak kínos volt, de nem ez volt a legnagyobb baj. Lettek a hívők és a nem hívők, és lettek a sértettek is. A lapok tartalma megjelent a médiában, az egész világ erről beszélt, és jelentkeztek is sorra mindahányan, akiket ezért vagy azért, ez vagy amaz a tétel a tökéletes tanításból sértett. Egyik oldalról szekták alakultak a lapok tartalmának ezerféle magyarázatával, ezerféle szekta, másik oldalról a sértettek, javítgatták át, egészítgették ki a tanítást, vagy radírozták ki belőle az őket sértő passzusokat. Politikusok használták az általuk kreált változatokat az egymás elleni és a szavazókért vívott álságos színjátékukhoz. Addig nyesték, nyírták, szakértették és toldozták a háromlapos tökéletes tanítást, míg nem egy értelmetlen, hatástalan, elferdített gnóm hazugság egy önigazolás, egy terelés, egy baromság lett belőle. Így éltek tompán, és értelmetlenül még pár évtizedet, aztán mindannyian kihaltak. Megjegyzés. Én szólok, a föld, ami kipusztul, újra támad, ami sokká lett felélője terem. Íme ellenségeim lettek gyermekeim. Közülük a szelídek örökölnek, a többiek felfalják egymást. Virágot hozok a hamuból is, mindig létezem, mert az élőből merítek. Életemet adom, hogy csak egy is kinevelődjék. De a halállal eltűnik, aki azt szolgálja, és csak az élve élők világolnak örökkön a világossággal. Mindig feltámadok. Az egyik nélkül, a másikkal együtt. Beszéltem. Legyenek olyan területek, ahonnan kitiltják a vallásokat, javasolta a szófiai felügyelő figyelő segítő kémük, aki legalább heted magával szegődött az utazóink mellé. Az a hiba, hogy ezzel megtiltanák, hogy a tudomány, a politika, a vallás abszolútumába egyáltalán ne lehessen jutni, kezdte el emelgetni a megjelenteket az öreg. Nem szívelem a vallásokat ebben a formájukban, de fenntartom, hogy az abszolútumukba rajtuk keresztül vezet az út. Akik ezeket betiltják, az abszolútumukba jutást teszik lehetetlenni. Később kifejtem. Azt is fenntartom, hogy Mégdi írásai megpróbálják orvosolni a problémát. Ajánlom őket. Az emberek vagy mulasztanak, vagy nem a megoldást keresik, hanem érdekből variálnak. Ezt a szférát is. Szerintem vannak annyira intelligensek, hogyha tényleg keresnék a megoldást, már megtalálták volna. Természetesen létezik a vallás, a politika, a tudomány abszolútuma, valláspolitika tudomány nélkül is. De az elme tulajdonsága, hogy ezeken keresztül képes eme abszolútumba engedni a tudatot. Mire a tudat az elme tébolyából a lélek valóságára eszmél, ezeket az utakat, hidakat bejárja. Bár a hatodik pátriárka szultrája és az aranyvirág titka is ír villanásszerű megvilágosodásról, de mindegyik villanásszerű végül csak addig érzékeljük hosszúnak vagy rövidnek az utat. De ha egyszer már bekerült a tudat az elme akkor az út is létrejött. Az elmében van idő és út, a lélekben nincs idő és út. Amíg az elmében van a tudat, hosszú és rövid, és közeli és távoli bármi, a lélekben viszont azonos minden. A lélekbe eszmélni egy villanás, és benne lenni örökké valóság. De az eszmélésig csak idő és út. Így van az, hogy az elmében vallások vannak, a lélekben valóság. Az elmében tudomány van, a lélekben valóság és teljesség. Az elmében politika van, a lélekben élet és világosság. Minél távolabb vagyunk a tébolyban a valóságtól, annál undorítóbb korszakot élünk. Minél közelebb vagyunk a lélek valóságához, annál csodálatosabb korszakot. Vallásmentes régiók, egyenlő, abszolútumra eszmérést gátló régiók. <laughs> Vallásmentes, vállalásmentes régiók létrehozása helyett hozzanak létre olyan régiókat, ahol a vallásoknak kötelező kiteljesedniük. Vallás felettivé. Az abszolútumukká. Az érme másik oldala. A vallásoknak vannak visszás következményei is, amik kimondottan lesújtók és létrontók. Ezektől mentes területekre viszont kimondottan szükség van. Egyszer egy jó barátom írt egy frappánsat erre. Csak mert eltávolodtak, már nem is akarnak különbséget tenni, csak elhatárolódni, tiltani. A testet, a lelket és a szellemi kapcsolatot is csak felszínes dolgokkal tudják elzárni az emberek elől, és akkor szkeptikusan maguk elé köpfő megkérdezik, hogy hol az Isten. Tanult hallgatóság. Ki nem tudja, hogy a rendszerek, izmusok, kráciák, vallási irányzatok önmagukban csak vannak és élőhalott entitások. Ahhoz, hogy ezek ártalmasak vagy hasznosak legyenek, emberek kellenek. Tompa, érdek és félelem emberek kezében mindegyik ártani fog. Ébredett, szeretet emberek kezében mindegyik az életet fogja szolgálni. Lehet akármilyen rossz is a vallás. A rendszer, Ébredett szeretet emberek közében az életet szolgálja. Az, hogy ezek nem az életet szolgálják manapság, az azt jelenti inkább, hogy az emberek tompa érdek és félelemfajzatok. Néhány vallásban van gyilkos program is, és éltető is. A vezetőik minőségétől függ, hogy a híveknek gyilkolniuk kell vagy gyógyítaniuk. Vegyétek el a hatalmat a hatalmaskodóktól, és adjátok vissza magatokban Istennek hozzunk létre vallásmentes területeket, de ha a csalás megmarad, a hazugság, gonoszság megmarad ott, semmi sem lesz jobb ettől. Ellenben hozzunk létre tompaságmentes, félelemmentes, érdekmentes, hazugságmentes területeket, oda nyugodtan bejöhetnének a vallások is. Úgy legyen! Insallah! Lelkesedtek fel a jelenlévők, Igaz derű költözött a szemeikbe. Elköszöntek. Elmentek. A Mégdiknek még Szófiában vásárolniuk kellett. Ásványvíz, olajbogyó, szappan, gyártya, stb. És a vásárlás után egy asszony szólította meg őket. Egy tekervényes vén a fa lépett eléjük, özvegynek tűnt, szegénynek, de a tekintetében fényesség és mosoly honolt. Kisvártatva előhúzta szoknyája mögül a leány unokáját, és maga ellétolva mondta el, mit is szeretne. Tudom, kik vagytok, ez az unokám, ő a jövőnk. Kérlek, maradjatok egy órát, és mondjátok el neki, hogyan, miért kell visszaemelkedniük a nőknek az egyenlőségbe, a szentségbe, Mit jelent az, hogy elmúlik a halak, és jön a vízöntő? Továbbra is fél ember marad, aki lánynak születik? Vagy neki már méltósága lesz, mikor felnő? Örömmel elmeséljük nővérem, biztatta az öreg, miközben együttérzőm elszorult a torka. A feleségem elmond mindent, én pedig kiegészítem, ha szükséges lesz, de biztosan nem lesz. Ebben maradtak. Együtt elsétáltak két padhoz, leültek, és a hitves neki kezdett az okfejtésnek. Nem tudom, egy ilyen fiatal hölgy, mint te, mennyit tud befogadni az olyan furcsa dolgokból, amikről most fogok beszélni. Ezek nélkül azonban sajnos lehetetlen elmondani, amit el kell. Nos, nagyanyád is hallani fogja, és kisegít majd az évek során, ha valami felmerül a maiakból. Köszönöm, asszonyom, csicseregte illedelmesen a kislány. Elsőként elmondom nyersen tömören, hogyan ered a csillagképekből a vallásaink jelrendje, és ha lesz kérdésük, utána szelídítünk még. Kezdjük azzal, hogy Jézus a halak korszak elején jött el a közénk, és betáplálta az erejét, üzenetét, tanítását segítségül, hogy az egész emberi nem túlélhesse az évkörön találhatóak közül, egyik legsötétebb világhónapot. Ezért a sok halász és hal motivum példázat körülötte. A világhónap 2160 év. A betáplálása nélkül már rég kiírtottuk volna egymást, hisz így sem állunk messze ettől. Minden esetre úgy tűnik, sikerülni fog átlépnünk a következő világhónapba, amely a vízöntő nevet viseli. A vízöntő alapvetően szűz alapú minőség. Elviekben szintén 2160 évig tartana, de jellemző rá, hogy szétfolyik. Elmosódik maga is, és nem csak az, hogy ő mos el, és szét. Emiatt a hatását sokkal előbb éreztette, mint hogy elkezdődött volna, és még sokkal ezután is éreztetni fogja, hogy véget ér. Mivel szűz alapú, markánsan kétféle hatású lehet, amikor a rossz szűz valósul általa és belőle az valósul valakik által, akkor minden élőt és szervest számosít feloszt porcióz, hálóz, ridegít, tárgyasít, kövesít, merevít, pénzét tesz. A személyből férőhely lesz, az élőből adat, a dolgokból vételár, működésében kiszolgáltat titkokat, tudást, értéket, vagyont, erőt, mindent. Összemos, szétmos, elmos, eláraszt, megfullaszt, összekever, ködösít, homályosít, megkülönböztet és ezzel úszít. Amikor a jó szűz valósul, akkor beoszt, hogy túléljük a telet, és ne fogjon el a kamránk tartalma már a tél felénél. Bentartja tartja a családban, a házban az erőt, a titkokat, az értékeket, a vagyont, mindent, és nem hagyja el szivárogni. Nem összekever, összezavar, hanem egyértelműsít. Nem megkülönböztet, mert az vétek, de különbséget tesz, mert az a túléléshez szükséges alapfeltétel. Fényt derít, kiderít, felderít, átvilágít, megtisztít, megfürdet, megkeresztel, öntöz. A rossz szüzet boszorkánynak hívja a néphagyomány, a jó szüzet anyának. A szűz kudarca bukása és bukásában vergődése, a készakarva ártó intelligencia, a boszorkány, a szajha. A szűz győzelmes megváltása, a nagybetűvel a anyaság. Ebben az anyaságban teljesülhet a legjobb szűz sors, és az F-fajta e szüzet, valósítás, képes az elkövetkezendő korszakon átmenteni az emberiséget. Ha csak a boszorkányt tudja megvalósítani a társadalom, és csak annak hatásait fogadja, azokra reagál, azokat tükrözi, árasztja tovább, akkor kiveszünk. Ha a szűz anya minőséget valósítjuk, árasztjuk, tükrözzük vissza, akkor nem csak túlélünk, de gyógyítani is fogjuk a világot. Amikor nem értjük, miért emlegetnek a keresztények szűz anyát, és nevetve azt gondoljuk, mekkora lehetetlenség ez a szó. Gondoljunk -e erre a néphagyományra, amely ezer évekkel ősibb a kereszténységnél, és amelyből ered. Úgy hívják Skita csillagbölcselet. A szűzanya tisztelet fohász a jó szűzhöz is, és érte is, azért, hogy a világban ő valósulhasson a nőkben a nők által is, és a közéletben, a társadalomban minden téren amúgy. Eljött az idő, amikor, ha körülnézünk, mindenütt tetten érhetjük a boszorkányt, és már alig érhetjük tetten az anyát. Összemosódik minden, nem tudni ki fiú, ki lány, mi igaz, mi nem. a hír fontosabb, mint a tények, a hihető fontosabb, mint a valóság, a joga bűnt védve győz az igazságon, az igazságtalan egyenlőség és egyenlőtlenség győz a szerető igazságosságon, a szabadosság győz a szabadságon, az okoskodás és a hangerő győz a bölcsességem, a látszatér ölünk és halunk, a valóságot pedig letagadjuk. Csalás, hazugság, hamisság, illúzió, tele és üres vízió, álmodozás, jövő, múlt és semmi jelen az idő szétfolyik, a határok elmosódnak, és az egynemű, uniformisba öltöztetett, elkerített, beosztott, személytelen, szolgarobot népesség, a mesterséges intelligencia által minden módon körbevéve sorvad, és nagyobb ellensége saját fajtájának, mint az urai. Ebből a helyzetből hivatott és egyetlenként képes megmenteni bennünket a szűzanyaság. Mint égisz, a szűzanya, mint a minőség megszemélyesítője, és minden nő, aki ezt a minőséget megvalósítja, képviseli és áratja. Ezt a minőséget tűzték ki a rendszerekből, a vallásokból, a társadalomból, és ezt kell visszahoznunk mindezekbe, ha emberek akarunk maradni, ha életben akarunk maradni egyáltalán. Az két a hagyomány, a magyar népi hagyomány, Szent Márton, és remélem eztán is velünk kezdve sokan lesznek még, ennek a minőségnek a tiszteletét szorgalmazzuk. Már láthatják, hogy nem csupán rokon szemből vagy hóbortból, hiszen vagy visszatér a méltó helyzetében a nő, az anya, a nagy boldogasszony anyánk, vagy nem áll meg az emberiség kipusztulásáig az a tendencia, ami jelenleg működik. Atya, anya, fiús, ez így együtt a Szentlélek egy Isten. Ez a mi szent háromságunk, ez a mi keresztövetésünk. Második János Pál mondta halálakor, hogy a magyarok fogják megtanítani a világot a valódi kereszténységre, vetette közben az öreg asszony. Reméljük nem csak az életük árán, de az életükkel is reflektált rá az öreg, és újra szépséges társa folytatta. Természetesen most nem azt soroltam, mikben kell hinnünk, hinniük, hanem azt a hagyományrendszert magyaráztam, amelyből ered a szűzanya fogalom. Más megítélés alá esik a holtak történelmének alakítói és az elszenvedői körében mindez, mint az élők történelmének szereplőiében. Mindemellett ki ne akarna egy csodálatos, gondoskodó, óvó, megbocsátó, szerető anyát? a szent családba visszaemelni. Nos, elégem mindaz, amit elmeséltem. Az évek során kitetszik majd bontani mindezt ennek a nagylánynak. Most ez hirtelen nagyon tömény így, mondta, és a lánykához fordult. De te, te meg ne feled, az is boszorkány, ha nők akarnak férfiak lenni. Nem az a jó szűz, ha durva, kemény vezérnők ki leszünk, hanem ha olyan csodálatos család, nemzet, emberiség anyákká, nagyanyákká, mint amilyen a nagy asszony is. Arról majd nagyanyó mesél neked, hogy népeink tíz meg tízezer éve során milyen nevekkel illették ezt a csodás minőséget. Most azonban elköszönünk, és a legjobbakat kívánjuk. És nagymama proféták lehetnek? kérdezte a lányka, és erre mindannyian örömmel elmosolyodtak. Az bizony csodálatos lenne, nagy mamma proféták kell ennek a világnak. Bizony. Bár csak minél többen lennének, válaszolta az öreg. Hálásak vagyunk, köszönjük a magyarázatot. Allahu Akbar, intett áldon a nagyi. Allahu Akbar, kedvesek, intettek a mégdik is, aztán szaporázni kezdték lépteiket, mert még sötétedés előtt Belgrádba szerettek volna érni. A Belgrádban töltött idő alatt az esedékes kérdező arra kérte őket, meséljenek egyetlen történetet valamelyik szerintük jelentős királyukról. Erre hőseink Mátyást választották, és a következő napló bejegyzésükkel – Gondolták, legérzékletesebben szemléltetni a válaszukat. Idézem: A királya halálán van. Nem tudja, hogy megmérgezték-e, vagy csak mérgezést kapott. Esélyes, a testébe rég betokozódott nyílhegyokán. A csata után, melyen belé fúródott, az orvosok nem javasolták az eltávolítását nem kockáztathatták a bénulást. Most csak tudja, hogy mozdulni akar, kiáltani akar, de nem tud. Fáj sajog émelyek szédül, még a porhüvelyen belülre szorultan is, és biztosan tudja, hogy odakintről csupán egy izzadó, forgolódó, félholt hústömegnek látszik. Akik az ágyakörül körül sűrögnek, zokognak, vagy titkon elmúlását remélik, nem tudják, hogy ő mélyen a szívben még éber és élve él, hogy minden erejével át akar törni, vagy legalább ordítani a mérgezést tébolyán, a bénultságon, kínon, zavart elmén. Lélekből igazán világgá szándékszik sikoltani egy utolsót, fontosat, a végakaratát. Kigondolt arra, hogy időszerű lenne, mindenki hessegette, még badarság, hisz olyan fiatal, és a sok teendő mind fontosabb, elég majd évek múlva gondoljon az ilyesmikkel. Aztán most látják, még itt csak meg kellett volna tenni, meg kellett volna nevezni az utódját. A kínok távozni késztetik, az utolsó őrületesen fontos kötelessége, valamint a lehetőség, hogyha kitart, elodázza a halált, és valamilyen emberfeletti erőkifejtéssel, csodával, angyali hathatós segítséggel mégis sikerül a szívből, lélek által a húson, tébolyon, félholt, torzóján átkiabáljon egy utolsó, megcáfolhatatlan mondatot, mégis maradásra bírják. A lélek valóságában, a világosságban, az életben, az időtlenség kapujában lebben, és az időbe igyekszik üzenni mi legyen az üzenet, amelyet rövidsége ellenére is mindenki meghall és megért. Ha nem is a mostaniak, az utókor majd biztos. Ha hosszú mondatokkal üzen, szinte semmi esély erre, inkább egyetlen szót kellene találni. Egyetlen szót talán ki tud juttatni a magasságok feletti mélységből a mélységek alatti mélységekbe ahol a föléhajolók strázsálnak, és életjeleit, vagy haláljeleit jegyzik. Mi legyen az a szó? Miben van meg minden üzenet? Az utód neve. Nem jut át a burkon, vagy összetéveztik más ugyanolyan nevűvel. Egy szó, ez az. Egy utód neve is, az örököse is, akinek az országot felajánlja az is, ahogyan Vajk tette, amikor ugyanígy volt, ő legalább szólni szólhatott. Ő visszaadta a szent szűznek. Ó, arrogáns, önhitt, gyarló gyülekezete. Ő most már tudja, tudja a szót. Hálátlan tompa népek. Jézus az a szó, a név, az örökös. Tőle vétetetre állszál vissza a királyság ha nincsen a trónon király, Jézus a király, és a Szent szűz a királynő. A Szent Lélek az élő törvény, és a világosság és élet az égisz. Ha bitorló nyomorgató vámpír király regnál, úgy is ők azok, csak hasz higgye minden mostó, ahogy bármit is ér királynak mondottak jönnek, álmosak, bóbiskolók, nem oda nézők, mesztelenek, gyengék, és véget ér a több ezer éves királyság. Ő pedig elodázni jött a végjátékot, meghosszabbítani az átörökítésre felkészülést, betáplálni jött a végnapokba olyan, annyi égi erőt, amelytől túléli az elárvult nemzet a három nap tetsz halált bezárul az aranykapu, a fákjákat eloltják, a függönyök behúzatnak. Este van nál is, este volt nála én már éjszaka. A leányág, a kincsek, a tudás, mind a jövő A feltámadásig egy titkos éléskamrába kellett jutni a rejtezésre. Sikerült? A pálosaink csak helytállón gondoskodnak, a nyelv, a néphagyomány, a tánc, a jellek, a motivumok, dalok, szövegek, dallamok, könyvek, kövek és minden ilyennek olyan biztos helyekre jutottak? Átvészeljük a három nap halált a feltámadás napjáig velük, és nélkülük? lesznek -e szemek a látásukra, fülek a hallásukra? Megtett-e mindent? Jól csinálta-e? Most egy nevet lehet már csak megpróbálni átimádkozni az látható hatatlanon. Sajátos fájdalom az elárultak sajduló szenvedése bántja, s a haldoklók félelme is. Gyermekként azt tanulta, ajánlja fel a fájdalmat valamilyen szent ügyért, valaki gyógyulásáért, az elesettek szenvedésének enyhüléseért, és akkor, elviselhetőbb lesz az elviselhetetlen. Tessék, eljött ez a helyzet is. Most minden erő összeszedetik, minden érzés, érzet, emlék, szándék erre adatik. A szívben éber hős király most mély levegőt vesz, és elképzeli, amint a leghangosabb kiáltással, a hegyeken, felhőkön, egeken túlra is elordítja a megfejtést, megoldást, örököst, nevet, szót, igét, imát, mindennemű, tízezer oldalú és egyközepű, élve élő üzenetet. Megteszi, megteszi, igen. Jézus, Jézus, Jézus. 72-szer kiáltja el odabent, háromszor jut csak át, és mozdul a száj. Mozdul, igen, mozdul. Kevésszer, de kegyes az ég, mozdul. Meghallhatták, meghallja bárki is, bármikor, lesz utókor, örökös, feltámadó nemzet, lesznek fülek és szemek és szívek, mindig van király, mindig van királynő, mindig van szent lélek. Mindig itt van az ember király is, jön és elmegy. Megint jön, és addig megy el mindig, amíg nem lesz nép, amely felismeri. Nem ismerik fel. Ó, bár lerövidíthetnének a napok. Ezt gondolja, és megbocsát, megbocsát magának is. Elképzeli a feltámadás napját. Olyannak képzeli, amelyen népek gyógyítói hívják, s együtt áll és élve él, és bölcs és szerető, jó a legősibb örökös népszövetség. Minden ereje elment, e ere nagy családnak adatott. Haládem ősztály tengerbe műztészek. Ájulás, földrengés, égzengés, szövet Bevégeztetett. Szeged már régi ismerősként fogadta őket. Hazai étkek reményében azonnal megálltak egy adódó csárdában. Nem jött egyetlen kérdező sem. Nehéz volt eldönteniük, vajon Magyarországon senki sem tudott semmit, vagy egészen egyszerűen ott már teljesen mindegy, jót mindenkinek történik-e egyáltalán bármi is, vagy hogy kik is ők. Nyugodtan beszélgethettek, amíg kihozták a finomságokat. Szeretnék meséket is írni, mondta az öreg. Az első egy sójomról szól majd, ha megírom. Most csak felvázolom. Szóval, a madarak megtalálják Tamást, az öreg madarat, aki holtan fekszik. Ebben még nincs semmi különös, de olyan szinten belelapult a talajba, hogy nem értik, mi történhetett vele. Lehet, hogy sok sörétessel lőtték meg egyszerre, vagy inkább repülőgéppel ütközhetett. Kiderül a valódi ok, Tamás története. A sólyom a legjobb repülő, az ég ura, ha ő repül, más madarak elkerülik, vagy leszállnak, esetleg zsákmányul esnek általa. Mégis akármennyit száldos a földhöz köti a szomjúság, az éhség, a félelem az égnél is magasabb szférák ismeretlennyétől. És az a vágy, amely népéhez, családjához köti, űzi, fűzi. A lényeg, hogy Tamás egy napon minden félelmét, vágyát elhagyta. Hogyan sikerülhetett neki? Talán megelégelte a léttel járó igát, vagy fajtársai értetlenségét, a hiába valóságot, amit egy jobb sólyom társadalom előidézése kapcsán érzett. Esetleg minden rendben volt vele, sőt, túlzottan rendben volt, értem ez alatt, hogy bölcsé és meglátott olyan összefüggéseket, amelyek következtében elengedte sólyom létét, és ezért történhetett meg mindez emelkedett, csak emelkedett egészen addig, ahol már nincs levegő, és még azon is túl, amíg el nem ájult, és sok ezer métert zuhanva útját nem állta a rét. A kis solymok csodálkoztak. A szüleik szörnyűködtek értetlenül. Tamást butaságot cselekvésében balesetet szenvedettként könyvelték el, és még ők érezték magukat a legkegyesebbnek, legtapintatosabbnak. Elhitték egymásnak és maguknak, hogy jobb hamar túl lenni az indíték és elfogadható magyarázatot találni a történtekre. Nehogy felborítsa valami a napi rutint, nehogy tovább kelljen ébredni, mint egészséges, nehogy kiderüljön, hogy rosszul csináltak bármit is, nem törődtek Tamással, egymással, vagy bármi titkos, fontos dologgal? Hogyan tudnának úgy létezni eztán? Ha az esetleges konzekvencia rávilágítana egész eddigi igyekezetük életmódjuk, mindenük értelmetlenségére, azt sem kívánták, hogy kényelmükből kizökkentse őket valami felfedezés. Tamás repülőnek ment, ennyi az egész. Ezt állapították meg, és mindenki elcsapkodta, a zárjuk le az ügyet, és menjünk megint pockokért táncot. Mindenkinek úgy lett, ahogy neki jobb volt. Csak a bölcs értették meg, mi is történt valójában. Csak ők tudták, hogy Tamásnak csupán a teste hullott alá azon a harmatos virágporos hajnalon. A lelke a leges legnagyobb magasságba tovább emelkedett. Valami ilyesmi lesz, most csak felvázoltam, mondta a nagy majd felviduló arccal jelezte, hogy lám hozzák is már az első fogást, így egy hitvesi arccsók után mindketten jó étvágyat kívántak és elhallgattak. Áldás, evés, hála, te a álmosság, de úgy döntöttek, muszáj tovább indulniuk. Amikor már csak alig pár óra volt hátra. Hazaértek, már az utcájukban jártak, pár lépés volt csak a házig. Amikor eljönnek értünk, hogy legyünk az egyetlenjük. Ha erényesek, igazak, bölcsek, szeretők, világosak, élni fogunk és gyógyítani. Ám ha erénytelenek, hazugok, emberek jönnek, utolsó útunkra megyünk majd. Mert mi di az igazat fogjuk mondani, és akik szeretik az igazságot, azoknak mesterük tudunk lenni, de akik csak felhasználni visznek minket az érdekeik igazolására, csalódni fognak és elveszejtenek. De nem fognak eljönni értünk, a szót nem hallják, az írást nem olvassák, a könyveket nem szívelik, a jelentést fel sem érik. Erről gondolkodtak, és megálltak saját kapujuk előtt. Örömteli volt a belépés, hogy ők voltak újra a házba költöző élet. Visszavonulnak, azt tervezték. Amit nagyban megéltek, megvalósítják kicsiben. Jasodara történetét idézték fel első éjjel, és elalvás előtt súhajjal hallgatták a kisház ismerős neszeit. Szitharta elhagyta a feleségét és a gyermekét, amikor neki indult a világnak. Aztán butha és a butha lett belőle, de kevesen gondolják végig ezt a történetet, és így nem jutnak arra sem, hogy Jasodara és a kisgyermek, a buddha tanítványai vászerzetesekké lettek, megvilágosodtak, és így teljesítették be, amit be kellett, így zárták a kört. Ha hátha csak úgy lelép, hogy ú, ő most elmegyek, mert nem fér bele kapcsolat, és visszafog a megvilágosodásban, akkor hiába világosodott volna meg, mert úgy, aminek fel kellett volna oldódnia, nem oldódott volna fel. Azzal oldódott fel, hogy lett, volt, értelme. Jasodára és a gyermek megvilágosodott. Ez adott neki értelmet. Ha Szidharta lelép, és nem lesz buthává, és a buthává, és Jasodara gyermekével nem váltja meg ezt a helyzetet, és az embert, és magukat, akkor ez egy szörnyű mulasztás története lenne. Éljen Jasodara! a élje Jasodara! mondták. Összebújtak és elaludtak. Gyorsan telt a másnap. Jött a szomszéd úr, mesélte, hogy furcsa változások vannak mostanában ott kint a tűzhöz közeli végeken. Meghallgatták. Takarítottak, és közben megegyeztek, amit egyszerű, el nem hívott kis emberekként megtehettek a külvilágért, megtették. Most eljött a szerelmük és egymásnak létezésük szent ideje. Hónapokkal azelőtt szent haragban kikeltek valakikért, és rájuk olvasta egy ifjú, hogy de hát nemrég még azt mondták, egy emberért is érdemes kiállni, és munkálkodni most miért háborognak hogy kevesen figyelnek. Nem értette az ifjú a szent haragmiben létét, hogy az másokért kiállt, nem magáért. Minden esetre akkor mindenkiért éltek, és senki sem értette. Most egyért fognak élni, és talán mindenki érteni fogja. Milyen múr is volt elképzelni ők, ahogy hirtelen mindenkit érdekelni kezd majd, miért zárkoztak be, piszkálni kezdi a népek csőrét, hogy mi lehet velük. Hogy képzelik ezt ilyen bölcsösséget házon belül tartani? Kacagtak azon, hogy amíg adták, nem kellett, amikor megélik és gubóznak, hirtelen követelni kezdik majd rajtuk. Egy ember versus köz. Nos, hogyan is tudna tízezeret szeretni, aki egyet nem tud? Hogyan is hihetné tízezer, hogy élő igét szólnak ők, ha nem látnák, hogy meg is élik azt. A világnak szóltak, a világ elfordult. Majd szól a világ, ha elolvasta a könyveket, meghallgatta a dalokat, megértette a verseket, és szomjazik, éhezik aztán. Amíg nincs nép, nincs elhívás, nincs felkérés, addig ennyit tudtak tenni. Arrogancia lenne, ha kéretlenül intézkednének. Gondoskodnak a világról, a könyvekben, gondoskodnak egymásról a kertjükben, és megérik a szent szerelmet és családságot, házasságot kettesben. Hivatalokban járásukkor egy kirakatba kitett televízióban hallották, valóban úgy volt, ahogyan a szomszéd mondta. Később megtudták, mindenhonnan bolygómentő akciókról jött hír. A kormányok varázsszóra megváltoztak, mintha még feljebről szóltak volna nekik olyan titkos erők, hatalmak, amilyenekről csak az összeesküvés elméletek hívői szoktak mertek papolni. Nos, hát sikerült, néztek össze könyvbe szemmel. Mire hazatértünk, az ütközetből is kiki -ki hazatért, mire ideértünk, megtették, Megtették. Megcsináltuk. A dik tartottak otthon egy aranyméhes borítójú üres könyvet, amiben egymásnak írtak üzeneteket kedves meglepetésképpen. Azon a héten ezt írta be az öreg a kis könyvbe. Tavasz, Múj lepkék egymással a tapétán, párna a kézben, az agyoncsapás elmarad. Szerelmeseket nem bántunk. Amit nem eszel meg, nem ölöd meg. Amit megölsz, ed meg. Millióknak kellene ember tenniük. Angyalokat kell el. Már lassan evésért sem ölök. Tigris, aki többre adja magát a tigrisnél. Meg lehet csinálni. Elrepült mind, akinek sikerült. Tudja-e valaki hová? Szerelmesek vagyunk. Párnával a kézben követ a korszellem, de mi fekve, ülve, állva, állomban, ébren, ébredetten repülve repülünk. Teljességgel olyan nagyon szeretlek téged, édes feleségem. Hálával megélem, hogy egy lehetünk. Köszönet neked, érted, magamért. Azok tudnak boldogok lenni, akik hálásak tudnak lenni. Hajnalban az ébredéskori utolsó átfordulásnál elszorul a szív, ölelj. Mindjárt öregek leszünk, és ezek lesznek azok a napok, amikre visszakívánjuk magunkat. Elhangzott Török Zselenszki Tamás Tellel Muteszellim kertjében című könyve. Minden jog a szerzőjé és a kiadói. Kiadás napja 2019. április 21. További információkért keresse fel a zselenszki.hu weboldalt. részek kiragadása és félremagyarázása tilos. A mű egészként kezelendő és értendő, és megértendő. Köszönjük. Elmondom, mert nincs itt más, hanem még van itt. Kívántam, hogy más legyen itt, aki nálam jobb ember, és szebben jobban mondhatja, de nem jött. És csak én vagyok. Kívánom, hogy jöjjön ilyen ember, de amíg nem jön, én vállalom, hogy elmondom.